Köszöntöm a Pumász TV nézőit, Novák Zsüliett vagyok. Nézzük mai kínálatunkat. Elsőként a Gusztáv rajzfilm sorozat egy epizódját láthatják, majd közéleti magazinunk a Heti Krónika következik. A krónika után az ülésteremből jelentkezünk, városunk képviselőtestületének szeptember 14-i ülését láthatják. Ezután Georg Spötle, biztonságpolitikai szakértő, az Európai Migrációs Helyzet és a Kötelező Betelepítési Kvóta címmel tartott előadását láthatják, majd a Globo Televízió világjáró sorozatának egy újabb epizódjával zárjuk műsorunk. Tartsanak velünk! A következő percekben a Gusztáv rajzfilm sorozat egy epizódját láthatják. Thank you.
Hirdessen a Fomász TV-ben. Reklámfilmeket, képújságban megjelenő hirdetéseket megrendelheti az Erményi stúdióban. Fomász, Petőfi Sándor utca 66, telefon 326-117. Közélet, kultúra, hit és sport. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Heti Krónika című közéleti magazinműsorunkat láthatják, melyen minden pénteken 18 óra 7 perckor jelentkezünk. Nézzük mai témáinkat. Terménykiállítás. A muzsikás együttes vendégszereplése Pomázon. Kós Anikó kapta Pomáz közművelődésért díját. Szeptember 10-én nyílt meg a Pomázi Porpáci Aladár Kertbarát Egyesület hagyományos termény- és kézműves kiállítása. Pomáz egyik legrégebbi civil szervezete 2 év múlva ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját. Az éves tervünket elkészítettük, aszerint megyünk, megtartottunk minden előadást, amit terveztünk, minden kirándulást, amit terveztünk. Ebben az évben 6 ilyen kirándulás volt, éppen most jöttünk vissza az őrségből, és még mostabban, néhány napja csak, Sopronból, Nagyszenkről, Fertődről, és most megyünk néhány nap múlva Börzsönybe egy napos kirándulás, és zárjuk, ha már a kirándulásoknál tartunk, egy komárnói monosterezű kirándulással október derekán. Úgyhogy mindent végigcsináltunk, meg lesz az évzáró, helyünk nincs, de azt is megoldjuk. Milyen évet zártak a kiskert tulajdonosok? Hogyan látjátok? Voltak-e problémák? Most szerintem az időjárásra nem nagyon panaszkodhatunk, azért bőven volt eső, napsütés. Sőt, túl sok volt. Például a szőlő, az őszi barack hajlamos volt a rothadásra, mert az időjárás úgy alakult, hogy egyik nap esett, másik nap meleg volt, és ez a gombáknak kiváló. Például a szőlőnél a peronoszpórának, vagy a szürke rothadásnak. Ez a váltakozó, hogy eső, meleg, úgyhogy ilyen szempontból nehéz volt. Talán a zöldségféléknek kedvezett ez az idő, de valóban jobb volt, mint a tavalyi. Hány kiállító van most itt jelen? Azért többen voltatok egy pár évvel ezelőtt. Ez tényleg betudható annak, hogy idősödik a klub? Annak is betudható, meg azért szóval nagyon hiányzik egy központi hely, ahol ott tudunk lenni, mindent megbeszélni, mert hol nálam vagyunk, hol a Vörösmarty lakótelepen vagyunk, hol a buszon beszéljük meg éppen kiránduláskor, szóval a szervezettség azért hiányzik, és ismétlem, hogy például, mondok egy példát, talán nem haragszanak meg, ugye Meleg Gáborék, akik remek kiállítóink vannak, de mondhatnék másokat is, már nem bírnak kiállítani. A fiatalok pedig, akik ugyan előfordulnak és belépnek a Kertbarát Egyesületbe, azok nem termelnek. Fogy a kiállító létszám is. Most a tag létszámotok is fogy? Igen, de szerencsére, örömömre lassabban, mint gondoltam. Azért most is van 80-on felüli befizetői taglétszám. Igaz, hogy még 3-4 éve 106-110 volt. De hát a természettel nem tudunk versenyezni. Az idő legyőz bennünket. Országosan mi újság van? Az országos egyesület mennyire tud segíteni a helyi kis kluboknak, egyesületeknek? Milyen a kapcsolatotok velük? Hát a kapcsolatunk kiváló, az országos egyesület sarkkövei vagyunk mind a mai napig, de ugyanaz a probléma az egész országban, Fehérgyarmattól Szombathelyig, a Kertbarát klubokkal, körökkel, egyesületekkel előregszenek. Ott jobb a helyzet, ahol adva van egy nagyváros, legyen az mondjuk példaként Debrecen, Eger, ahol elég nagy ahhoz a város, hogy kialakuljon egy üdülőövezet, és abban az üdülőövezetben a városból kiköltöző fiatalabb korosztály is kapcsolatot keres az ottani kertbarátokkal, és azok frissítik fel a létszámot.
Nálunk Pomázon azért nem alakult ilyen kertészkedő kertváros, mint az említett például Debrecenben vagy Egerben. Itt más a helyzet. Hogyan nézel a jövő elé, a következő év elé, 2017-es év elé? Hát ha az egészségünk engedi, akkor az 50 éves évfordulót két év múlva mindenképpen szeretnénk megtartani. Az egy mérföldkő lesz, és aztán őszintén szóval nem tudom, hogy hogyan tovább, személyesen se, hiszen 71-et én is töltöttem, két év múlva az már 73 lesz, szóval azért meggondolom, hogy a stafétabotot át kell adni, mert frissítés kell ebben a vonatkozásban is, de addig mindenképpen végezzük a dolgunkat. Pomázon is számos nyugdíjas, kiskeresetű ember pótolja jövedelmét a háztáji hétvégi kertjéből. Előfordul az is, hogy vállalkozóként kifejezetten árutermelésből akar megélni. Az Egyesület mindezek munkáját segíti immár 48 éve. Ja, hát elég jó év volt annyiból, hogy volt eső, nem kellett már ugye annyit locsolni. Csak hát ügyelni kellett, hogy ne rohadjanak. Mert ugye az olyanok, ahol kezdett romlani, azokat az éket kiszedtük. Hát. Mi bővelkedett a termésben az idejévben a kertben? Ja, hát a tökfélék. Azok nagyon szeretik ezt esőt. Voltak futó, ugye vannak már a dísztökök, akkor padizson, cukinik, hát ezek mindig ilyen. Akkor uborka, az is sikerült, még mindig van, mert azt a klugosba szoktam szépen, két oldalt felkapálom, és akkor az eső ugye mélyen van a gyökere, és akkor az sokáig, hát gyönyörű, mint a szőlősövény. Azért egész biztos vagyok benne, hogy ennyit nem gyomláltunk, se tavaly előtt, mint az idén. A gaz is ugyanúgy nőtt, mint a veteményes. Még inkább jobban lehet, hát nem tudom, csak úgyhogy nagyon fel kellett ügyelni a kertre, mert valóban a gaz is közben, akkor meg a növény is, hogy ne maradjon le a gazból, meg hát a, ugye amúgy is már nagy ideje, akkor romlott valami, akkor az kihúzogatni, hát... El ne terjedjen. El ne terjedjen. Előadások, tanácsok, helyszíni látogatások új fajtákkal, technológiákkal és növényvédelemmel ismerkedhetnek meg a pomázi Porpáci Aladár Kertbarát Egyesület tagjai. Az évtizedek alatt a pomázi kertbarátok különböző versenyeken számos nagy díjat és első helyezést értek el. Nem csoda, hogy az ország legnevesebb egyesületei között tartják számon őket. Gyönyörű két hatalmas nagy lopótök, vagy milyen tök van itt kiállítva? Spargatök. Nem nagyon igényes, mikor ki kell a mag, akkor gyakrabban kell locsolni. Na, és akkor az ember még visszametszi a vadhajtásokat, hogy tudjon nőni szépen, és akkor kifejlődik az a tök. Mivel az idén nagyon sok eső volt, ezért a tökfélék nagyon-nagyon megnőttek. Mondjuk ez látszik is ezen a két tökön. Igen. Szereti hát nálam nagyon szereti a helyet. Volt mostan 3 éve vagy 4 egy sütőtök, amelyik 35 kilós volt. Gyönyörű nagy sütőtök. Mi mindent lehet a spárgatökből elkészíteni? Ebből a spárga főzeléket, akkor be lehet rakni egy rend krumplit, egy rend spargatököt, darált húst, borssal a tetejére tenni ezt a sajtot, reszelni, és akkor... Lesz meg rakottök. Igen, akkor beteszi az ember a sütőbe, és nagyon finom, nagyon finom. Ízre ugyanolyan, mint a főzött, vagyis a főzeléktől? Cukini. Cukini. Hasonlít az ízzel, úgyhogy nincs nagy különbsége. Aha. Mi minden termet még meg a kertben? Nálam megterem például a mána, amelyik tavasztól őszik, terem olyan fajta, akkor megterem ez a
hogy hívják? Paprika? Paprika, az nagyon szereti. Nagyon mert... szépek a paprikáim. Akkor van a paradicsom, ez a hosszúkó paradicsom, volt olyan is, amelyik 60 dekás volt. Az azt igen? Igen. Az befőzni, például vannak azok. A télire való eltevés azt mind fedezi a kertben megtermett zöldségféle? Igen, igen. Hát nem kell pótolni uborkat, zöldségesből. Uborkat, asztot is, rengeteget terem, s teszünk el, mert mindenki volt kovászosan, volt télire eltenni. Akkor paradicsom, paprika, eper. Szereti a kertet? Igen, igen. Nagyon szeretem. A kertészetet is, az állatokat is. Vannak nyúljaim, csirkeim, galambjaim, háromfajta. Van egy halastavam az udvaron. Nagy népszerűségnek örvend a hagyományos termény és kézműves kiállításuk, melynek minden alkalommal a Pomázi Művelődési Ház ad otthont. Úgy hallottam első kiállítók, az érdekelne, hogy talán új, friss tagok is a klub? Igen, igen. 3 éve vagyunk tagok a kertbarátoknak, de mindenben részt veszünk. Tehát a kirándulástól kezdve, főzésekbe, mindenbe. Épp most vittük el a süteményt, hogy a táborfalviak jöttek. Úgyhogy és minden... mi vitte önöket arra, hogy most kiállítsanak? A menyem beszélt rá. Azt mondta, hogy bátorság, mert tudja, hogy én mindig izgulok. Tehát a vendégek jönnek is minden, nagyon jól főzök, nagyon jól sütök, de én mindig izgulok. És akkor most is ő bátorított, mert Éva szólt, nem akartam, de aztán mondta, hogy hát mama, annyi mindent elraktál, meg minden, úgyhogy tésztát én gyúrom. Tehát mi, ami itt van, az minden, minden az én kezem munka. Mi minden zöldségféle, ami megterem? Hát zöldségféle, inkább a gyümölcsök. Igen. Inkább a gyümölcsök, úgyhogy... De van, ami vagyis zöldség is. Tehát a mogyorótól, ezek minden onnan vannak. A dió, minden, úgyhogy... Alma. Látom, itt azért van befőzés is megy, szerintem. Megy, nagy üzemben, amint látom. És hát 4 családnak. Hát igen. Hát hány legvárt főzött, rakott el? Nem tudom, mert csinálom ezt a hordós ravanyúságot is, aztán plusz így üvegekbe a gyerekeknek is, hát 3 fiú van, ugye, családostól. Hát akkor megy széjjel. Megy, igen, és akkor a tésztát is mindent ugyanúgy, mindenfélét a gyerekeknek is ugyanúgy viszik. Minden nap 1 kilót lisztből gyúrok ezért tésztát, úgyhogy megy a nagy üzem. Mennyire használt az idén az önök kertjének ez a sok eső? Szép volt. Esetleg több gondoskodás kellett a növényekhez? Hát inkább többet kellett nyírni a füvet. Ha, az meg ilyeneket, úgyhogy végül is nem volt. Csak már nem bírjuk, el szeretnénk adni. Igen. Úgyhogy most már hiányoznak el. De. Hát jó, itthon is van, de ott nincs semmi. Van egy kis uborka részem, ami fölfut a kerítésre, meg paprika, paradicsom, ilyesmi, zeller, ilyenek vannak otthon is. Elég lesz az már. Elég. Az összes hány négyzetméter? 4 vagy 5 négyzetméter, de hát olyan, mint a Gecsemáné. Úgy van, sok mindent meg lehet azon. Meg, a fiatalok meg tanulják meg, igaz? És csinálják maguknak igen. A befőzést. Hát a kisebbik menyem azt csinálja. Azt csinálja, úgyhogy az ügyes nagyon, de a többi az nem hajlamos. Thank you.
pomázi búcsú alkalmával a muzsikás együttes adott nagy sikerű koncertet a plébánia kertben. A muzsikás együttes 1973 óta működő nemzetközi hírű Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas magyar népzenei együttes. Jelenlegi tagjai Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Péter, Hamar Dániel, és rendszeresen fellép velük a moldvai születésű, Pomázon élő Petrás Mária. A muzsikás együttes 43 éve működő, nemzetközi hírű magyar népzenei együttes. 2008-ban az együttes a legrangosabb nemzetközi világzenei elismerésének, a World Music Expo Womex díjának kitüntetettje volt. Egyaránt fellépnek folk, népzenei és világzenei eseményeken, de nem idegen tőlük az alternatív zene, a jazz, a kelta zene vagy a zsidó zene sem. A világ legnevesebb koncerttermeiben léptek föl, mint a Royal Festival Hall, a Royal Albert Hall és a Carnegie Hall. Zenéjük a hagyományos népzenét és a 20. századi magyar komoly zenét ötvözi. Mi a kezdettől fogva csak magyar népzenét játszunk, csak mindig máshol és más környezetben. Tehát nagyon érdekes, hogy ezt nem nagyon lehetett ezt a zenét semmiféle kategóriába, semmiféle skatujába belehelyezni. Néhány évvel azután, hogy mi már nagyon aktívak voltunk, kitalálták azt a fogalmat, hogy world music, világzene, és akkor boldogan elhelyezték, hogy a muzsikás is világzenét játszik. De én ezt egy nagyon komoly zenének tartom, mindannyian komoly zenés, zenei pályáról tértünk át a népzenére, én ezt nagyon komoly zenének tartom. És ezért teljesen természetes, hogy megáll a lábán olyan helyen, ahol például csak klasszikus zene szól. Mi voltunk klasszikus zenei fesztiválokon, zenéltünk együtt szimfonikus zenekarokkal és vonós négyesekkel, szólistákkal, de ugyanúgy voltunk rock fesztiválon, és akkor a rockzenészekkel muzsikáltunk együtt, vagy most, ahogy szeptemberben megyünk egy zsidó zenei fesztiválon, hiszen a erdélyi magyar zsidóság zenéje az része a magyar kultúrának és a zsidó kultúrának, és is erre nagyon nagy érdeklődés van a világszerten. Sok ilyen együttes van? Az azt jelenti, hogy otthon van a zsidó zenében, a klasszikus zenében, a folklórban, tehát több ilyen zenekar van? Én szerintem nagyon sok ilyen zenész van. Amikor mi kezdtünk el zenélni, hát akkor egyik ide való társaink, a Vujicsics együttes, akik sorstársaink és közeli barátaink voltak, hát ők is azóta együtt vannak és muzsikálnak. Ők egy kicsivel más zenei világot kezdtek el felfedezni magunknak és az egész világnak. De nagyon érdekes volt, amikor egyszer még a régi Jugoszláviában jártunk, és ott szerb zenészekkel találkoztunk, és mondjuk, hogy lehetne jó kis szerb zenét, és mondtak, hogy van egy együttes, ott Pomázon Vujicsicsnak hívják, őtől kell keresni, akkor nagyot mulattunk, hogy még ott is őket tartották autentikusnak. Mi a magyar népzené felé fordultunk, ami azt kell mondani, hogy a tudósokon kívül szinte teljesen ismeretlen volt Magyarországon. Majdnem azt lehetett mondani, hogy ismeretterjesztő előadásokat kellett tartanunk, hogy elmondani, ez a zene, igen, amit Erdélyben muzsikálnak, az a mi zenénk, az egy magyar zene. Napjainkban is csinálják, tehát úgy a hangszerekről. Napjainkban is, ez mindig érdekes, ez mindig szép és érdekes, hiszen ezek a hangszerek, meg ezek a zenék személyes élményként kötődnek hozzánk. Ebből az élményből szeretnénk valamit visszaadni, valamit megosztani. Amikor mesélünk arról, hogy milyen volt a zenészekkel való találkozás, hogy tanultuk mi ezeket a zenéket, miért muzsikálnak a zenészek, hogy alakul egy zenekar. Ezt nem csak a kicsi gyerekek szeretik hallani, hanem a felnőttek is, így van. Ugye járjuk az országot ezzel az iskolai zeneprogrammal, ott teljesen egyértelmű, hogy a gyerekeknek ezt elmagyarázzuk, de látjuk, hogy a tanárok is csillogó szemmel figyelik, és szoktuk a felnőtteknek is mondani, mert ettől lesz a zene közvetlen, és azt kell mondani, hogy személyre szóló. A népzenének az az egyik ilyen nagy ereje, de nem csak a magyarnak, hanem az összes világzenek, hogy egy közösségi zene. Az eredetileg nem arról szólt a népzene, hogy színpadról egy ülőközönségnek, egy színházbalé vagy egy koncertközönségnek el kell játszani, hanem a közösség használta. Erdélyben, táncházakban, bálonkban, lakodalmakban a zenész kiszolgálta azt a közösséget, aki ezt a zenét ismerte és hallani akarta. Nálunk ez egy kicsivel nehezebb folyamat volt, mert mi hiába zenélünk egy tánczenét, hogyha nem tud senki rá táncolni,
akkor az úgy hanvába holt, és ezért alakultak a táncházak még a 4 évtizeddel ezelőtt, ahol a táncokat tanítottuk. Tánctanárok voltak, akik az alaplépéseket tanították, és hogy kell fölépíteni ebből a táncot. És ez az egész táncház mozgalom nem csak az lett, hogy megújította a magyar néptánc mozgalma, hanem példa az egész világ számára. Na most ez a táncház mozgalom, és az, hogy majdnem minden zenekar, elismert zenekar napjainkban ezzel kezdte, tehát részese volt a táncház mozgalom kialakításának. Ez változtatott valamit, vagy tett valamit a zenéjükhöz hozzá, vagy mennyiben befolyásolta ez? Igen. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy én nem tudok franciául, de 3 verset megtanulok, és azt én fölmondom. Vagy pedig megtanulok franciául, és a saját gondolataimat francia nyelven fejezem ki. Ez óriási különbség. Tehát amikor mi egy zenei, amikor elhatározunk, hogy egy táncházat valamilyen zenei stílusból a saját klubunkba bevezetünk, akkor azt a zenét meg kell tanulni olyan szinten, hogy szabadon tudjunk vele bánni, szabadon tudjuk zenélni. Ahogy a falusi zenészek. Persze úgy soha nem fogunk megtanulni, mint a falusi zenészek, mert azok egyszerűen zseniálisak, másképp egy kicsi gyerekkoruk óta ebben nevelkednek és ebben élnek, és csak azt a saját stílusokat tudják, de hát az fantasztikusan. És ezért, ahogy a táncnál is, meg a zenénél is, mi ezt használatba vettük. Tehát nem azért zenélünk, hogy mi előadó művészként a színpadon szórakoztassuk a közönséget, hanem először saját magunknak, másodszorban pedig egy kis közösségnek, meg egy nagyobb közösségnek. Valamikor a idén nyáron fordult elő, az egy tényleg emlékezetes volt. Szombathelyen zenéltünk, és már föntálltuk a színpadon, még fedett volt, amikor leszakadt az ég, és olyan eső volt, hogy nem lehetett a tér másik oldalát látni. Kis paravánok voltak, az emberek bemenekültek oda, és el se tudtak onnan mozdulni. Technikusok, szervező szólt, hogy a koncertet nem lehet megtartani, technikusok szólták, hogy le kell kapcsolni az elektromosságot, itt semmiféle esély nincs. Egyetlen száraz hely a színpad volt, és akkor lerohantuk az eső keresztül az emberekhez, akik ott voltak 10-20-an, másiknál is 10-20-an, jöjjenek fel a színpadra, nekik megcsinálunk egy koncertet. Úgy akusztikusan üljenek körbe, mert ha már utaztunk 3 órát oda, 3 órát vissza, akkor, és most meg fogják hallani, hogy mi miért szeretünk ebbe a zenébe, mert most csak nekik muzsikálunk. Ez egy közösségi zene lesz. Itt most nem előadó művészek vagyunk, hanem zenei szolgák, akiknek az a célja, hogy azok az emberek, akiket körülvezik, azoknak valamit adjanak. Ami a falusi zenészek, a falusi muzsikásoknak volt a dolga. Volt-e olyan szerencséjük, hogy saját gyűjtésük volt, vagyis van Erdélyben, vagy Felvidéken? Vagy... Hogyne, ez így kezdődött. Tehát amikor mi elkezdtünk zenélni, akkor nyilván, hogy a klasszikus zeneiskolákban azt tanultuk, amit minden zenei diák, a kisdiák, építettük fel a zenei tudásunkat, és amikor ebből a zenével megismerkedtünk, akkor majdnem azt tettünk, hogy szinte újra kellett mindent kezdeni tanulni. És mi elsősorban azért mentünk gyűjteni, nem azért, hogy újabb és újabb dallamokat, bár az is előfordult, hogy újabb dallamokat találjunk, hanem azért, hogy megnézzük, hogy mit és hogyan muzsikálnak a zenészek. És egy idő után az volt a harmadik kérdés, hogy miért muzsikálnak. Hiszen ha meg tudjuk fejteni azt a titkot, hogy mi volt az, ami ennyire fontos volt az embereknek a zenében, akkor ezt tudjuk a mi életünkbe is használni. És ez a legfontosabb része a zene, azért, hogy miért is van az ember életében zene, mert ez egy lelki szükséglet. Ami semmi mással nem pótolható, most Kodály szavait ismételtem, és a zene nélküli élet az egy leértékelt élet. Ezt minden ember tudja, azért a világon mindenütt megvolt a zene. A mi zenénk a magyar népzene, ez volt meg, ami az őseinknek, a nagyszüleinknek, dédszüleinknek a faluhelyen a zenét jelentette, ezért ebben mindent meg kell, hogy találjunk. És tényleg mindent megtalálunk, megtaláljuk a duhajságot, a borongóságot, megtaláljuk a vidámságot, megtaláljuk a szomorúságot, a gyászt és a vigasztalást. Minden benne van, mint egy zenében, mint egy komoly zenében. Ezért mondom, hogy ez komoly zenében. Jól olvastam, lehet, hogy ön nyilatkozatával valahol, valamikor, hogy a zenével azt is el tudom mondani, amit esetleg szemtől szemben nem merek másnak kimondani. Hát ezt mindenki mondja, hogy a zene ott kezdődik, ahol a szavak abban maradnak. Inkább én azt figyeltem meg, vagy azt is megfigyeltem, hogy a falusiak, akik nem tudnak nyíltan beszélni, nem akarnak nyíltan beszélni a saját belső fájdalmaikról, énekeken, balladákon keresztül mondják ki. Amikor valaki énekel valamit, nem véletlen, hogy melyik verszakokt választja, és melyiket tartja saját magának. És majdnem olyan az az egész ilyen éneklés, talán a Petrás Marika kint lesz, egy ilyet be is fog tudni mutatni, hogy milyen az, amikor valaki magának rak össze egy balladát, és az róla szól. És ez olyan, mint egy gyógy,
mint egy jó misztérium. Tehát az a dolog, amitől megkönnyebbül valaki, amitől a lelke megtisztul, amitől aztán a teste is egészségesebb lesz. Tehát a zene egyik legfontosabb szerepe az életünkben, hogy gyógyít. A lelkünket karbantartja, és ezáltal gyógyít. Annyit beszélünk, hogy mindig vissza kell az autentikus népzenéért menni Erdélybe. Annak idején 43 évvel ezelőtt itt Magyarországon mit találtak? Itt már akkor gyűjteni sem lehetett? Én azt hiszem, hogy a tudósok ezt nagyon pontosan leírták, hogy a mezőgazdasági munka, az a lét, amikor nap mint nap küszködik az ember a túlélésért, ez egy világszemléletet ad, és ez a világszemlélet hozza létre ezt a zenét. Ahogy ez megszűnik a zenének az a fajta háttere, ami miatt az a zene létezik. Ezt fölismerte Kodály és Bartók, és azért siettek, hogy még mielőtt ez összeomlik és eltűnik, minél több dallamot gyűjtsenek össze. Aztán, mint kiderült, azért ők sokkal ebben az egyben ők negatívabban és pesszimistában látták a világot, mert sokkal erősebbnek bizonyult ez a zene az, hogy néhány éven belül eltűnjön, mint ahogy azt Bartók jósolta, de az eltűnését látjuk. És ez az eltűnés Magyarországon ez egy fölgyorsult folyamat volt. Erdélyben a ottani diktatúra és a trianoni leszakadtság és a direkt a azt kell mondani, hogy a konzerválva azt a szegény létet, amiben ők éltek, ez megőrizte ezt a gazdag életet, amiben ez a zene virágzott. Tehát amikor mi elmentünk Erdélybe, rácsodálkoztunk arra, hogy szinte minden faluban milyen élő ez a hagyomány, hogy mennyire sokan ismerik, tudják, használják, élnek benne. Nem olyan, mint egy múzeum, hanem mint egy igazi élet. Tehát egy budapesti ember számára, egy magyarországi ember számára, ez maga volt a csoda. Bár Magyarországon is voltak még zenekarok, meg zenészek, de ez a teljes archaikus lét, ezt nem találtuk csak Erdélyben. Gyimesben, Kalotaszegen, Mezőségen, Szék volt az egyik falu, ahol szinte ott, az még az is elképzelhetetlen volt, hogy valaki ne otthon készített házi szőttes ruhába járjon. Tehát ott ők még, ha Budapestre jöttek föl, akkor is a széki viseletet viselték. Lehetett az utcán, hogy ki az, aki Székről jött. Jellegzetesen egyetlen egy falunak egy olyan viselete volt, amit a világon mindenütt föl lehetett ismerni. Na most egy ilyen faluban 5 zenekar volt, amikor lementünk. 3 táncház volt. Minden lakodalom 3 napig tartva ez a zene szólt. Mindenki tudta a táncokat, tudta az énekeket. Tehát ez a zene, ez a falu maga volt a mennyország egy olyan ember számára, aki meg akart merítkezni a hagyományokban. És nagyon hamar megértettük, hogy mi volt az, ami Kodályt és Bartékot elvarázsolta. Mi az, ami eltérítette őket a klasszikus zenei pályáról, hiszen Bartók az egy nagyon neves és híres zongoraművész volt, aki, hogyha ebből akart volna megélni, akkor ő világsztár. És hívták is mindenfel. Helyette ő beült a szekérre, egy fonográffal a ölében, faluról-falura járva, a port nyelve gyűjtötte a dallamokat, majd hatalmas munkával a viasz hengerőt visszahallgatva lejegyezte. És amikor őt sajnálták kezét, akkor azt mondta, hogy élete legboldogabb periódusa volt, amikor ezt csinálhatta. És ezt akkor érti meg az ember igazán, amikor belekóstol és belelát ebbe a kultúrába, ebbe a hagyományba, hogy tényleg milyen gazdag volt ez. Miért választották a Muzsikás nevet? Igazából az volt, hogy mi elkezdtünk zenélni, megalakítottuk a kis zenekarunkat, amikor még mindannyian a Bartók Béla táncegyüttes égisze alatt voltunk, Sebő Feréke, Halmos Bélával, Sebesti Mártával, Éri Pityi ott volt a táncos, Martin György oda jött tanácsokat adni, az egész szinte azt kell mondani, hogy innen indult, és mit voltunk alkalmazott zenészek, amikor megalapítottuk, sőt a Csúri Sanyi az táncos volt. Megalakítottuk ezt a zenekar, és akkor kaptunk egy lehetőséget, hogy minden héten egy ilyen klubot csináljunk, és ahhoz, ahogy elindítsuk, ahhoz kellett egy nevet találni, és gyötrődtük, hogy milyen név, milyen, hogy lehet, és egyszer jön a Misi avval, hogy legyen Muzsikás. Hát mondom, na azt azért ne, azt ne, azt ne, az egy hülyeség, hát az hogy hangzik. Akkor mondjak jobbat. Mondom, most hirtelen nem jut eszembe, de hát akkor egy fél éven belül találok egy jobbat, addig hívjuk magunkat így. Hát ezúta eltett 43 év, és most már nem hiszem, hogy itt lenne az ideje a névváltoztatásnak. A Csóri Sándort én fölkerestem a koszorús költőket azért, hogy adjon valami nevet, tehát a fia is együtt muzsikával, akkor még csak 17 éves volt, harmadik gimnazista.
és ő csak ennyit mondott nekem, hogy találjátok egy semleges szót és töltsétek meg tartalomba. Én olyan mérges voltam rá, aztán, hogy valami jó ötletet ad, és, de voltak éppen ez történt egy kicsit, mert a muzsikás, mint szó nem volt ismert. Faluhelyen tudták, hogy a muzsikás az, aki a falusi zenész. Muzsikusnak hívják a zenészt, és akkor megpróbáltuk azt mondani, hogy ez az U és az A változás, ez elég lényeges különbség, hogy mi miért hívjuk magunkat muzsikásnak, azért, mert ezt a fajta zenét vállaltuk föl. De akkor őszintén megmondom, valaki nekem akkor azt mondja, hogy hát fiúk, ti ezzel a zenével el fogtuk jutni New Yorkba, Carnegie Hallba, akkor ezt még viccnek is súlyosnak tartottam volna. Hát mondom, hát ki a csodának kell ez a zene? Egyáltalán ez a kis klubon, kis körön kívül. És amikor beléptünk először a Carnegie Hallnak a művészbe, jártam, akkor eszembe jutott ez a történet, és azt mondtam, hát igen, az itt tényleg csinál a jóisten meg a világ furcsaságokat. Ez mennyivel másabb kint zenélni, mint a hazai közönségnek? Van-e különbség? Az első pozitív tapasztalat Hollandiában volt, amikor rádöbbentünk arra, hogy értik a szövegeket. Igen. Hát ugyanis megértették a hangulatát, persze, hogy nem értették a szavakat, de a hangulatát megértették, és akkor volt egy ilyen döbbenet, hogy ez a zene nem csak a miénk. És akkor az ember belegondolt abban, hát miért, hát a Mozart se csak az osztrákoké, ugye, de és Beethoven se csak a németeké, vagy a hollandoké. Igazán nehéz, a zene az a sokkal nemzetközibb nyelv, mint az anyanyelv. Van egy különös nyelvünk, a magyar nyelv, ami által minket nem fognak soha megismerni. Állítólag olyan nehéz az a nyelv, hogy az örökké valóság se elég a megtanulásához, de az, hogy valaki olyan szinten ismerjen meg a nyelvet, hogy megértsen egy adiverset, vagy egy József Attilát, vagy egy népdalt, az nagyon kevesekhez jut el. Tehát minket így, a mi gondolatainkat a nyelvükön keresztül nem nagyon fogjuk tudni megértetni másokkal. A zenéket viszont igen, azt megértik. És a zene ugyanúgy hozzánk tartozik, mint a nyelvünk. És amikor mi külföldön vagyunk, akkor egy kicsit úgy mondjuk, hogy megmutatjuk, hogy kik is vagyunk mi ott a Kárpát-medencében, kik is vagyunk mi magyarok. Egy nagyon érdekes kritika jelent meg egyszer, amikor a Takács Vonós négyessel Bostonban, az ottani Zeneakadémián volt egy hangversenyünk, az egyik zenekritikus azt mondta, hogy ők Bartókot játszottak, mi magyar népzenét. És tomboló nagy siker volt, és azt mondta a kritikus, hogy most értettem még, mit jelent az, hogy magyarnak lenni. Mondta az amerikai kritikus. Megértette azt a szellemiséget, ami itt van velünk, amit nem ért Európa, minket nem értenek komolyan, tehát ezer és ezer bajunk lesz még abból, hogy a mi gondolkodásunkat nem értik. És a mi gondolkodásunk valószínűleg a mi nyelvünk miatt más, mint a többieké. Mi nem úgy gondolkodunk, mint a német, azért, mert nem olyan a nyelvünk. Nem azért, mert mások vagyunk, hanem mert hiszen itt biztosan rengeteg német származású ember él, az én dédapám is osztrák volt. Tehát ez a fajta gondolkodás, ami ránk jelent, ami a zenénkben is benne van, ez valami nagyon különös. És hát nem tudom, hogy ezt a zenén kívül hogy lehet máshogy megértetni. De mégis azt gondoljuk, annak ellenére, hogy óriási szeretettel és lelkesedéssel fogadnak minket, nem csak Európában, Amerikában vagy Japánban, hanem olyan helyeken, amit az ember nem is gondolt, hogy Kínában, Szingapurban, Hongkongban, Malajziában, csak hogy a néhány egzotikus helyet mondjak. De mégis az én érzésem, hogy nekünk itthon van a helyünk. Ennek az országnak hihetetlen szüksége van sikerélményre, önbizalomra, és arra, hogy higgyünk magunkban. Ha magunkban hiszünk, minden rendben van. Az egész világ és az egész történelem azt súlykolja, hogy mi rosszak vagyunk, mi gyengék vagyunk, mi esendők vagyunk, bűnösök vagyunk. Folyamatosan ezt. Mi nem vagyunk bűnösök, mi nem vagyunk rosszabbak senkinél. Ha magunkban elkezdünk hinni, akkor ez az ország a világ csodahelye lesz. Különben is az, mert hogy én hazajövök, mindig a világból megállapítom, hogy ilyen finom sárga barac sehol a világon nincs, görög dínye, szőlő, gyümölcs, paradicsom, kenyér, ilyen jó zene és ilyen gyönyörű nők a világon sehol nincs, csak Magyarországon. A 21. századi klasszikus zenét
vagy a 20. századi ötvözik a népzenével. De hogyan fér a kettő? Hát ugye szokták mondani, hogy kell a csizma az asztalra. Tehát nem mi játszunk a klasszikus zenét természetszerűleg, hanem klasszikus zenészek. Tehát amikor van egy olyan koncertünk, ahol pedig a Takács vonós négyes, az azért nagyon gyönyörű, ők is négy vonós hangszere, és mi is négy vonós hangszere jelenünk meg, így szembe egymás mellett a színpadon, szinte egymással szembe, addig az első részben, a második részben viszont egy körbe ülünk föl. És az van, hogy egy koncertnek van egy íve, van egy hangulata, tehát ahogy egy mester, egy zeneszerző a tételeken keresztül az egészet fölépíti, egy koncertet is hasonló módon kell fölépíteni. És van egy pont, amikor tudjuk, hogy most egy ilyen átszellemült, ilyen nyugodt hangulat kell, és azt meg tudja oldani egy Bartók darab, meg tudja oldani egy Kodály, meg tudja oldani egy Liszt, és meg tudja oldani egy népzene. És éppen melyiket választjuk, ezek csereszabatosak. És úgy megy az egyik zene át a másikba, hogy teljesen szervesen egy egységgé alakul. Azt mondjuk, hogy most nem arról van szó, hogy zenéket játszunk egymás mellett, hanem közösen hozunk létre egy koncertet úgy, hogy a hangulatot hol az egyik, hol a másik műfaj hozza létre, de az nem számít. Hogy melyik műfaj, számít az, hogy az a hangulat van-e. Értem. Tehát így van az ötlet, és ez nagyon nehéz magyarázni, hogy a weboldalon kicsit át kéne már fogalmaznunk ezt a dolgot, mert mindenki azt hiszi, hogy mi játsszuk a komoly zenét. És a 21. századi, 20. századit meg azért szoktuk mondani, mert Kodály és Bartóknak akkora hatása volt, hogy ezt a hatást érezzük a Ötvös Péter műveiben, a Ligeti műveiben, érezzük az összes mai magyar zeneszerző műben is, akiket szoktunk, még a műveit szoktuk, de csináltunk még már Mozart és népzenemű sort is. Tehát ahol Mozart zene szólt, így van, Liszt zene, Mozart zene, sőt Haydn is volt egy Németországban. Tehát Haydn zene mellett szólt meg magyar népzene. Mit jelent a zenekarnak ez a rengeteg elismerés, ez a sok díj, Kossuth díj, Liszt Ferenc díj, Prima Primissima díj? Mindig van egy jó visszaigazolás. A visszaigazolás az, hogy lehetséges az, hogy egymás, hogy lehetséges, hogy nem csak nekünk fontos, amit csinálunk. Ez mindig egy jó érzés. De az igazság az, hogy ez nem lehet cél egy zenésznek. De szokták mondani, hogy a díjakat nem kiérdemelik, hanem odaítélik. És hát mindenkinek jól esik. Hogy egy nagy klasszikus szóra idézek, Bodrogi Gyula, amikor megkapta, azt hiszem, hogy a Kossuth díját, csak ennyit mondott, hogy Kossuth díjat az kap, akinek adnak. És ezen a Kossuth díjasok vacsoráján mindenki akkorát nevetett és megtapsoltuk, mert valahogy ez így van, hogy az embert elismerik, az egy jó érzés, de az mindig jó érzés, hát hazudni az ember, nem ez mond, de nem lehet, hogy ez legyen egy vezérelv, nem szabad annak lennie. Annak az ember saját magának, és nem szabad soha úgy gondolni, hogy én jó vagyok. Úgy kell, arra kell gondolni, hogy nekem még van hová fejlődnem, nekem van mit csinálnom, és minden kornak megvan a maga varázsa. Ma már teljesen máshogy játszunk, mint amikor fiatalok voltunk. Mert öregek vagyunk, már több a tapasztalat, sok temetésen voltunk életünkben. Ez megváltoztatja bizonyos zenékhez való hozzáállásunkat. Megértünk bizonyos dolgokat jobban. Úgyhogy van ilyen. Érezzük azt, hogy miért játszottak halott kísérőt egész éjjel. Tehát hogy miért volt az, hogy amikor egy gyász volt, akkor a zenész meg tudta csinálni, még a legkeményebb férfi is elsírta magát. Ugye az a mai modern világban itt, ha egy férfi sír, akkor azt a gyengeség jelének szoktuk, majdnem azt, hogy szégyelni való dolog. Ott pedig nem az volt, és ezek az emberek egészségesebbek is voltak. Senki nem volt depressziós arrafele. Thank you.
Augusztus 20-án közművelődésért díjat kapott a városi intézmények, civilek és magánszemélyek ajánlásai alapján Kósa Anikó. Pomázváros önkormányzata a város közművelődéséért, kulturális tevékenységéért, oktató-nevelő munkában elért eredményekért, közművelődésért díjjal jutalmazza azokat az egyéneket, csoportokat, akiket az intézményi és a civil szféra ajánlásai alapján arra leginkább érdemesnek tart. A díjat átadja Vicsi László polgármester úr. A díjat ebben az esztendőben Kósa Anikó, a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója kapja. Kósa Anikó hosszú évek óta jelen van városunk kulturális, közösségi és sportéletében. Művelődés szervezőként és vezetőként egyaránt nagy munkabírással, odaadó lelkesedéssel szolgálja közösségünket. A kisebbik fiam születése után elindultam munkát keresni, és akkor itt a Művelődési Házban még Zsidei János volt az igazgató, és akkor sikerült elhelyezkednem itt, megismerkedtem ezzel a kavalkáddal, és utána és nagyon szerettem itt dolgozni, nagyon sok jó programot szerveztünk annak idején is, úgyhogy ez valahogy úgy nagyon közel került hozzám, tehát az élet nem véletlenül terelgetett erre, és akkor ugye hárman elkezdtük a művelődés szervezői szakot, Farkas András, Dúró Imre és jó magam, és aztán ugye mivel mi egy család voltunk, tehát itt voltak anyagi problémák, és akkor valakinek ugye abba kellett hagyni ezt a dolgot, tehát aztán én voltam az, aki ugye azt mondtam, hogy na akkor nem most, hanem majd legközelebb, és aztán utána sajnos a művelődési házban dolgoztam, miután Dúró Imre lett az igazgató, akkor a jelenlegi jegyző azt mondta, hogy ugye mivel hogy családtaggal nem dolgozhat egy helyen, úgyhogy akkor nekem fel kellett állni és el kellett jönnöm a Művelődési Házból, de én már akkor egy csomó dolgot elhatároztam, hogy én hogy csinálnám, hogy lenne a jó, mik a meglátásaim, és úgy mentem el, hogy én tudom, hogy vissza fogok egyszer jönni, és a Művelődési Házat én fogom igazgatni. Tehát ilyen elgondolásokkal hagytam ott és tudom, 96-ban a Művelődési Házat. Kicsit maradjunk, mert tehát a Művelődési Házakról sok mindent lehet hallani, most is azért mégiscsak közbeszéd tárgya, hogy a Művelődési Ház hogyan működik, jól működik, rosszul működik, az ott dolgozók mennyire alul fizetettek, milyen nehéz embereket szerezni művelődés szervező állásra, és hogy mindezek ellenére mibe lehet beleszeretni, mibe szerettél bele, hogy tudtad, hogy vissza fogsz térni a Művelődési Házba? Én azt hiszem, hogy az emberekkel való kapcsolattartás volt az a része, meg megmondom őszintén, hogy minden rendezvény előtt ez a sokrétű munka, ez az adrenalin, ami az embert úgy hajtja, hogy meg az a bizonyítási kényszer, hogy igen, meg lehet ezt jól is csinálni, meg lehet ezt így, meg, szóval nagyon sok minden, nálam nagyon összetett ez a dolog, úgyhogy Én a mai napig úgy vagyok ezzel, hogy ha vannak is olyan rendezvények, amiket évek óta csinálunk, minden rendezvény előtt óriási izgalomba vagyok, hogy minden a helyén legyen, hogy mindenki megjelenjen, hogy minden úgy folyamatában meg legyen szervezve, hogy sehol ne legyen fennakadás. Tehát ha ez nincs itt, akkor kihelyettesíti a helyettes és a helyetteses. Szóval minden úgy legyen, ahogy egy színvonalassan, vagyis hát színvonalasan ki lehessen szolgálni az embereket, tehát a városlapokat. Közben borzasztó nagy a stressz, tehát annyi változó van folyamatosan, az időjárás éppen leesik, nem fog leesni, megsülnek a résztvevők, elszáll a hangosítás, kevés ember jelenik meg, túl sok ember jelenik meg. Igen, hát ugye egy jó művelődés szervezőnek erre mind fel kell készülnie.
Tehát az időjárás sajnos nem tudjuk befolyásolni, mindig adott a helyzet, de ahogy tavaly is, hogy esett, hát ugye arra is számítottunk, és már előre ugye foglaltuk, hogy szalmát tudjunk ugye teríteni, hogyha nagyon nagy az eső, vagy nagyon nagy a sár, akkor ez ne szegje kedvét senkinek, hogy most ott a sárba kell dagonyázni, vagy úgy megáznak, de aznap már jó idő volt, de hát a sarat kiküszöböltük, de minden ilyesmi azért kell számítanunk, hogy tényleg ne üssön be a krak, tehát akkor hirtelen fel legyünk készülve, és én azt gondolom, hogy megpróbálunk tényleg annyira körültekintően eljárni minden ügyben, hogy azért nagy meglepetés nem érhet minket. Mikor először el kellett jönnöd, utána hova vezetett az utad? Hát ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert azért azt hozzá kell tennem, hogy annak idején egy művelési házi fizetés az nagyon-nagyon kevés volt. Én emlékszem, hogy amikor eljöttem, akkor 27 ezer forint volt a fizetésem, és aztán elhelyezkedtem egy magán cégnél, ahol egyből vezetőként tudtam elhelyezkedni, és ott hát majdnem az ötszöröse vagy a hatszorosát kerestem meg egyből, tehát ez akkor óriási pénznek számított, úgyhogy, de megmondom őszintén, hogy akár merre vitt az életem, mindig az volt bennem, hogy én vissza szeretnék jönni Pomázra és művelődéshez igazgatónak. Mindegy mennyi pénzért, egyszerűen tényleg úgy érzem, hogy ebbe lehet kiteljesedni, vagyis én ebbe tudok kiteljesedni. Természetesen mindenkinek a saját szakmájában megvannak azok a szépségek, amik miatt ott van. Én úgy gondoltam, hogy ez az én pályám, vagy ez az én életem. Egy-két váltás azért volt a cégen belül is, tehát ahol dolgoztam, és aztán időközben ugye a főiskolát is elvégeztem, tehát a kulturális menedzser szakot, és akkor 2007-ben kiírták a művelődési ház igazgatói állását, és én úgy gondoltam, hogy itt az idő, felkészültem mindenhogyan, hogy megpályázzam ezt az állást, és akkor megpályáztam, és sikerült, és én nagyon örültem, és azóta erre visz az utam. Hogyan érintett téged ez a közművelődésért díj? Inspirál. Tehát én úgy gondolom, hogy eddig is megpróbáltam képességeimhez mérten azért, ha nem is 100, de 99%-ot belerakni a város művelődésébe, vagy akár bármelyik területébe. Ez, hogy egy ilyen elismerést kapok a várostól, ez azért tényleg az fémjelzi, hogy azért észreveszik, és látják azt, hogy azért dolgozom, és ez számomra nagyon nagy megtiszteltetés volt, és köszönöm szépen mindenkinek, aki ehhez hozzájárult, és nem utolsó sorban nagyon szépen köszönöm azoknak, akik odajöttek és személyesen gratuláltak, mert ez nagyon-nagyon jól esett nekem. Kedves nézőink, Önök Heti Krónika című közéleti magazinműsorunkat látták. Nézzenek bennünket az ismétlések alkalmával is. Ne feledjék, minden pénteken 18 óra 7 perckor Heti Krónika. A viszontlátásra! Az ülésteremből jelentkezünk, városunk képviselőtestületének szeptember 14-i ülését láthatják. Az első részt vetítjük. Megkezdenénk a testület szeptember 14-i testületi ülését. A kiküldött napirendekhez képest a hetedik napirendi pontnál lesz egy F pont, de azt már a pénzügyi bizottság megtárgyalta, ami a 1109/1-es helyrajzi számú kivett lakóház, illetve udvar tulajdon részének eladását jelenti, amiből bevétele származik az önkormányzatnak, illetve a 10-es egyebek napirendi pontnál az október 2-i választással kapcsolatos szavazott számlálási bizottság póttagjainak megválasztására kerül sor. Ezek a kiegészítések a kiküldött napirendekhez képest. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e még kérdés, hozzászólás? Halászné Gambár Mária. Köszönöm. Az egyebekkel kapcsolatban szeretném azt kérni, hogy ha lehetséges, akkor hallgassuk meg
a Pomázváros Város Egészségklubjában indítandó Szenior Akadémiával kapcsolatban a Zsigmond Király Főiskolának a képviselőjét. Ő 3:30-ra fog érkezni. Körülbelül arra gondoltam, hogy akkor lesz már az egyebek kategória. Azzal a plusz kéréssel szeretném ezt kérni, hogy akkor hadd kapjon szót, mert utána el kell mennie, mert egy másik helyen is tart előadást ma. Tehát amennyiben lehetséges, akkor 3:30-kor hadd mondja el ezt az 5-7 perces kis ismertetőt az egyebek kategóriában. Jó, hát eljutunk. Ha lehetséges. Van, köszönöm. Akkor majd a két köszönöm szépen. Szavaz, akkor arról megszakítjuk, és akkor egy újabb napi rendet építünk be az egyebekbe, de ha itt van, és ki tudja várni, és úgy alakul, akkor az egyebekbe ezt természetesen felvettük. Egyéb kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki elfogadja a napi rendi pontokat, az kérem szavazzon igennel. Tíz igen, nulla nem, nulla tartózkodásra testület elfogadta. Még egy bejelenteni való van a képviselőtestület ülésének megkezdés előtt. A Pomász TV 5 óra magasságáig vesz részt az ülésen, utána a kastélyba mennek egy megnyitót közvetíteni, illetve felvenni. Tehát első napi rendi pontunk, lejárt határidei határozatok végrehajtásáról, illetve a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Helyben szokásos módon mondanám a határozatszámot, ha kérdés van, kérem jelezzék. 142/2016, 143/2016, 144/2016, 145/2016, 146/2016, 147/2016, 148/2016, 149/2016. 150/2016, 151/2016, 152/2016, 153/2016, 154/... Bocsánat, Hardi Péter képviselő úr. Köszönöm szépen, szót polgármester úr. A 153-as és a 154/2016-os határozattal kapcsolatban jelezném, ugye, hogy a kiküldött napirendben 8 igen és 2 nem jelzi a képviselőtestület döntését, de itt 8 igen és 2 tartózkodás volt. Tehát a 153-asnál és a 154-esnél is, úgyhogy kérném szépen ennek az igazítását. Köszönöm szépen. Oké. Ez semmit nem változtat egyébként a határozaton. Akkor megyünk tovább. 154/2016, 155/2016, 156/2016, 157/2016 és a 158/2016 következik. Utána 159/2016, majd a 160/2016. 161/2016, 162/2016, 163/2016, 164/2016, 167/2016 és a 168/2016. A zárt ülés határozatai következnek: 165/2016, illetve a 166/2016. Ennyi volt ennél a napirendi pontnál. Kérdezem képviselőtársaimat, akik elfogadják az első napirendi pontot, azok kérem szavazzanak igennel. Tíz igen, nulla nem, nulla tartózkodásra testület elfogadta. Második napirendi pontunk 2016 évi költségvetési rendelet módosítása. Pénzügyi Bizottság ezt megtárgyalta, és egyhangúan elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás ennél a napirendnél van-e? Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet módosítást, azt kérem szavazzon igennel. Tíz igen, nulla nem, nulla tartózkodásra testület elfogadta. Következik a hármas napirendi pontunk, amely két részből áll. Ugye ez a szokás szerint minden évben Pomáz Város Önkormányzata a Burza Hungarika Felsőoktatási Ösztöndíj rendszeren minden évben részt vesz. A többi településhez képest is kiemelten évi 2 millió forinttal szállunk be ebbe a támogatási rendszerbe.
Úgyhogy ez is erről szól az első határozati javaslat, ugye van A meg B pontja, ugye az A pontban két határozati javaslatról szavazunk. A Kulturális Bizottság megtárgyalta, elnök úré a szó. Megtárgyalta a bizottság, és 4+1 szavazattal, azért plusz egy, mert egy később érkezett utólag, bizottsági tag utólag ugyanúgy megszavazta, tehát egyhangulag megszavazta, és elfogadásra javasolja a testületnek is, hogy a csatlakozzunk, és a polgármester felhatalmazzák a csatlakozás aláírására. Köszönöm. Köszönöm. És a 2 milliós költséget is elfogadta a bizottság. Köszönöm. Köszönöm szépen. Réde Imre elnök úr. Köszönöm szépen. A pénzügyi bizottság is megtárgyalta, és egyöntetően elfogadta. És ne húzzam sokáig a szót, elmondanám az összes pénzügyi bizottsági kérdésben, amit megtárgyaltunk, azt mindegyit egyöntetően elfogadtunk. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás ennél a napirend, Halászné Gamber Mária, parancsolja. Köszönöm a szót. Azt szeretném kérdezni ezzel kapcsolatban a B ponthoz igazán, csak nem tudtam, hogy ez most lesz alkalmas, vagy inkább a másik, tehát egy kicsit később. Tehát a lényeg az, hogy azt szeretném megtudni, hogy az ASF ad-e lehetőséget arra, hogy nyomon kövessük, hogy kik azok, akik részesülnek ebben a támogatásban, hogy ne csak akkor tudjunk róluk, amikor ez az odaítélés történik, tehát amikor a támogatásnak a meghatározása történik, és a támogatás valódi létrejötte, hanem esetleg arról is tudjunk, hogy elvégezte, hogy tud-e munkát találni, hogy hol talál, egyáltalán marad-e Pomázon, tehát egy picit az utóéletükről is van-e arra mód. Mondom mindezt azért, mert az Élelmiszerbank például hetente fényképet kér arról, aki az Élelmiszerbank támogatását részben részesül. Azért gondoltam, hogy esetleg ennyit hát, ha megenged a rendelet. Köszönöm szépen. Az utóéletéről arról nem tudunk, hogy ez a gyermek hogy hol helyezkedik el, viszont az folyamatosan figyelemmel kíséri az egész program, és erről minden fél évben vagy negyed évben kapunk tájékoztatást, aki esetleg halasztott, vagy nem végezte el, és akkor azt nem fizetik ki, tehát jogtalanul nem tudják fölvenni a diákok, mivel folyamatosan figyeli ugye a kezelő ezt a tevékenységet. Tehát mi magyarul az egyetemi évei alatt látjuk azt, hogy aki ebben a támogatásban részesül, az hogyan végzi az egyetemet. A csoport, illetve mi is a közigazgatási csoport. De az utóéletéről nincs visszajelzés. Nem, igen, hogy esetleg Pomázon használja föl, visszajön-e, tehát itt vállal-e munkát. Fog dolgozni arról sajnos nincs információ. Köszönjük szépen. Egyéb kérdés, hozzászólás a napirendnél? Ha nincs, két határozati javaslat van. Az első az arról szól, hogy csatlakozunk a 2017 évi ösztöndíjpályázathoz. Tehát aki ezzel egyetért, ezt kérem szavazzon igennel. Köszönöm, 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, a testület elfogadta. A másik napirend, ugyanennél a napirendnél a másik határozati javaslat pedig az, hogy a jövő évi költségvetésre 2 millió forintot irányozzon elő, tehát állítsunk be a jövő évi költségvetésbe erre a célrendszerre a jövő évi költségvetés terhére egy 2 millió forintos összeget. Aki ezzel is egyetért, az kérem szavazzon igennel. Köszönöm. 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, a testület elfogadta. Ugyanezen napirend B pontja következik, a Burza Hungarika ösztöndíj pályázat kiírási feltételeinek rendszeréről szól. Ez szintén a bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Itt egy kicsit könnyítettünk, tehát hogy még könnyebb legyen hozzájutni a pályázathoz az arra rászorulóknak. Kérdés, hozzászólás. Nincs, aki elfogadja a pályázati kiírást, azt kérem szavazzon igennel.
Köszönöm. 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodása a testület elfogadta. 4-es napi rendi pontunk következik. Előterjesztés maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére 2016-17 éves nevelési évben. Az Oktatási Kulturális Bizottság megtárgyalta. Elnök úr, parancsolj. Köszönöm szépen, igen. Megtárgyalta, és 5 igennel egyhangulag a testületnek is elfogadásra javasolja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás ennél a napirendnél? Nem látok. Köszönöm szépen, aki elfogadja a határozati javaslatot, azt kérem szavazzon igennel. Köszönöm. 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodása a testület elfogadta. 5-ös napirendi pontunk településfejlesztési koncepció felülvizsgálata. Ennek az elindításáról van szó, erről is szól a határozati javaslat, a véleményezési eljárás lefolytatásának megindításáról. A főépítész asszony és a PES terv az önkormányzat állandó ilyen típusú partnerével összeállított munkaanyagot a bizottság megtárgyalta, és 4 igen, 1 tartózkodással elfogadásra, illetve képviselőtestületnek alkalmasnak találta, úgyhogy így döntött a Városfejlesztés Bizottság. Elnézést, Zsebe úrnős nincs itt, úgyhogy én mondom a bizottsági összesítő alapján, hogy mit döntött a bizottság ez ügyben. Ott egy elég hosszas vissza volt, kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Halászné Gambár Mária. Köszönöm a szót, itt sokat szorma. Két dolgot szeretnék a városfejlesztési koncepcióval kapcsolatban mondani, illetve kérdezni. Az első inkább egy kérdés, több helyen olvasható a Piliskapuja kifejezés, illetve szóval összetétel. Azt szeretném ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy volt erről szó, hogy Pomáz levédeti ezt a kifejezést, hogy Pomáz a Piliskapuja. Ebben történt-e valami előrelépés, vagy folyamatban van, vagy már meg is történt esetleg. A másik, amit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, a foglalkoztatás növekedésével kapcsolatban, az pedig az, hogy korábban volt már a Szociális Bizottságnak ilyen elképzelése, hogy pomázi lakosoknak, akinek nincs meg a 8 általános iskolai végzettsége, annak indítanánk ilyen csoportot, akkor ez nem volt lehetséges, mert nem kaptunk hozzá támogatást. Most viszont örömmel mondhatom, hogy Budakalászon elindul egy ilyen felzárkóztató program, mert most már van hozzá állami támogatás, és ennek az állami támogatásnak a révén megvalósulhat az, hogyha valakinek nincs meg a 8 általános iskolai végzettsége, akkor ezt meg tudja tenni, utána pedig tud szakmát tanulni, és be tud állni akkor, tehát a foglalkoztatás növeléséhez ezúton is akkor hozzá tudunk járulni ezzel a fajta megoldással, illetve ezzel az úttal. Úgyhogy ha van ilyen valakinek a ismeretében, vagy bármilyen civil szervezet jelzi, akkor ezt az utat meg tudjuk valósítani. Köszönöm szépen. Ez a másodiknál, ezt nem tudom, hogy a településfejlesztési koncepcióban ezt valamilyen formában szerepeltetni kell-e. Nem, csak ezzel kapcsolatban mondtam, hogy a foglalkoztatás növekedésével kapcsolatban. Jó, de látom, főépítész azt mondja, hogy beletenni nem. A Pomáz a Piliskapuja az még nincs levédetve, de akkor megkezdjük ennek a levédését. Illetve visszahozzuk a testületet, a többször testület annak ismeretében, hogy milyen bonyolult jogi és egyéb anyagi háttér kell hozzá, egyébként nem egy egyszerű. Azoknak, akiknek már megvan a neve, tehát mondjuk a Piliskapuja néven. Ha le van védve, akkor nem engedik nekünk. Köszönöm szépen, Hardi Péter. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. De ez egy rendkívül jelentős napi rend, hiszen végül is Pomáznak a középtávú jövőjét minimum 10-15 évre meghatározza, hogy itt milyen döntések születnek, mit tartalmaz ez az előterjesztés, illetve a hozzá kapcsolódó városfejlesztési koncepció. Hát az, hogy
Ugye azt olvassuk az előterjesztésben, hogy ehhez gyakorlatilag nem, vagy alig-alig volt a pomáziaknak hozzászólása, hiszen ugye ezt megelőzte már egy évvel ezelőtt egy koncepció tervezet, és hát most egy újabb tervezet van itt előttünk, amelyet ugye, ahogy hallottuk a Városfejlesztési Bizottság ülésén, meg fog jelenni a város honlapján, nem csak ugye itt a napirendi meghívóban, a pomázi polgárban valamennyien terjedelmű felhívás fog megjelenni róla, stb. Na most ez két dolgot szeretnék hozzáfűzni. Az egyik az, hogy ma délelőtt is egy pomázi lakos hívott, már hogy telefonon fölhívott, és említette, hogy ő neki bizony voltak ehhez hozzászólásai, leveleket küldött, amire semmiféle választ nem kapott. Egyrészt. Másrészt ugye egy évvel ezelőtt egy műhely és egy szakmai műhely is alakult, amelynek magam is tagja voltam, de más pomáziak is. Szintén küldtünk be tervezetet, hozzászólást, és reakció gyakorlatilag nem érkezett rá. Úgyhogy hát egyrészt javaslom, hogy ez ilyen hozzáállás mindenképpen változtassunk, és hogyha valakinek hozzáfűzni valója van, az minimum kapjon egy visszajelzést, ne talán lássa a tervezetben azt, hogy beépítették a javaslatát. A határozat ugye az úgy szól, hogy annak a határideje ez november vége. Ez egy rendkívül rövid határidő. Különösen, hogy figyelembe vesszük azt, hogy a szomszédos településeken, például Szentendrén egy ugyanilyen településfejlesztési koncepciót miképpen dolgoztak föl. Először is, és ezt szintén javaslom, hogy mi magunk is tegyük meg, pomáziak, pomázi városvezetés, hogy neves szakembereket, hát ott ugye Szentendrén élő szakembereket megszólítottak, és kiküldték nekik a koncepciót, és kérték a véleményüket. Na most Pomázon is élnek olyan szakemberek és olyan illetők, akiknek nyilván van véleményük, csak valamilyen oknál fogva még nem kapcsolódtak be ebbe a munkába. Meg kell őket szólítani. Ugye Szentendrén 50 ilyen szakembert szólítottak meg. Ez az egyik. A másik pedig, hogy érdemes volna lakossági fórumokat tartani. Ugye nem várható el mindenkitől, hogy most egy ilyen szöveget, egy 30 oldalas szöveget elolvasson, de ez egyáltalán jelenti azt, hogy nincsen véleménye arról, hogy merre menjen Pomáznak a jövője, hiszen olyan súlyos dolgok vannak ebben, mint például az elkerülő útnak a kérdése, a főutcának a kérdése, a zöld felületek nagyságának a kérdése, Pomáz turizmusa, Pomáz ipara, iparosodása, stb. Tehát mindenképpen érdemes volna a lakossági fórumot tartani, nem is egyet, esetleg városrészenként ismertetni ennek a koncepciónak a szövegét, véleményeket begyűjteni, és hát azokat aztán be is dolgozni magába a koncepcióba, és úgy volna jó, hogy ilyen formában kerülne majd ismét vissza a testület elé. Úgyhogy ezt mindenképpen javaslom. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő testület! Meghallgatva a képviselő úrnak a hozzászólását, föl kell, hogy hívjam mindenkinek a figyelmét, hogy idestova másfél éve indult ez a műhely munka. Tehát most, amikor a szakmai grénum, amelyik eddig egyébként számtalan alkalommal véleményt kért, javaslatokat kért, megjelentette, nyilvánosságra hozta, bizottság elé vitte, a bizottság részéről sem érkezett semmilyen igény, na most másfél év után azt mondani, hogy na még akkor ezt köröztessük, meg azt köröztessük. Természetesen a rétes tésztának lehet úgy csinálni, hogy vége se legyen, viszont felhívnám a figyelmet arra, hogy a lakosok nem feltétlenül a koncepcióra várnak, hanem a koncepcióhoz kapcsolódó hész konkrét módosításokra, azokra a konkrét módosításokra, amelyek egyébként az ő lakhatásukat, építkezésüket, élhető városukat segíti. Ugyanis a koncepció az egy gömb. Egy olyan gömb, aminek utána számtalan csápja ténylegesen el fog érni a lakosokhoz. Nem megfogalmazható képviselő úrnak az olyan hozzászólása, hogy fölhívott egy lakos és. Ki?
Tehát itt a problémám. Én látom az iktatóban, hogy ki az a polgár, aki hozzánk fordul. Azt is látom, hogy arra válaszoltunk, vagy nem válaszoltunk. Ha a polgár visszaír, hogy nem kapott választ, ebben az esetben én szoktam neki írni, elnézést kérve, elmondom azt a választ, amire adott esetben ugye igénye van. Tehát az, hogy XY anonim emberek jelentkeznek, és akkor még ezt csináljuk, még azt csináljuk. Tehát szeretném, ha konkrétizálnánk. Ha bejelentő van, ha panasz van, ha olyan ember van, aki ténylegesen a településfejlesztési koncepció tervezetéhez, főépítészasszonyhoz intézett, vagy polgármester úrhoz intézett levelet, akkor annak jelenítődjön meg a neve, és akkor meg tudjuk nézni, hogy adott esetben belekerült-e, és kap egy érdemi választ, hogy igen, megjelent a koncepcióba. Ugyanakkor arra is fel kell hívnom a figyelmet, hogy a polgárok számára a koncepció és a hész az teljesen egybe mosódik. Tehát konkrét igények, hogy én szeretném, hogyha a telkemhez vezető út jelenlegi 3 méteres szélessége 8 méterre változzon, az sose fog megjelenni a koncepcióba, mert azt a hészmódosításban a részletszabályok között kell keresni. Természetesen, ha a polgárnak ilyen irányú igénye van, akár most is utólag ismételten megismételheti a kérdését, és megkapja rá a konkrét választ. Viszont visszatérve az eredeti mondandómhoz, kérem a képviselőtestületet, hogy engedje útjára a további szükséges intézkedések meghozatalával a településfejlesztési koncepciót, hiszen december 31-ig a hész módosításunkat is be kell futni. Tehát ez most már nem húzható tovább. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy ezt én is megértettem. Hát másfél év alatt, aki akart, az bejelentkezhetett, hiszen főépítész azt mondja, hogy minden befogadást megtett, ami olyan igény volt, aki bármilyen módon bele akart ebben szakmailag szólni. Tehát ahogy edző azt is elmondta, az, hogyha mondjuk véletlenül megint egy fodrászüzletet tetszik említeni, vagy ilyeneket, akkor szeretem, hogy nem ehhez a tárgyhoz tartozik. De csomó minden van, amit a szakmának át kellett rágnia, csomó mindent kellett megvizsgálnia, és tényleg nem az egyéni lakosság igényeknek megfelelően készült ez az anyag. Hogy én sem szeretném ezt megakadályozni, és újabb körökbe rágcsáltatni olyan emberekkel, akik most azt mondják magukról, vagy azt mondatják magukról, hogy szakértők, aztán amikor ami lehetőség volt, hogy bejelentkeznek, akkor nem tették meg. Vagy volt olyan, úgy tudom, az, aki, volt egy úriember, aki bejelentkezett, aztán visszamondta, hogy ő mégsem akar ebben részt venni, megsértődve, mert hogy az ő gondolatai nem lettek befogadva. Hát bocsánat, ezt egy szakmai stáb látja, egy szakmai csapat nézi át, aki igen nagy tudással rendelkezik, nem csak Pomázon, hanem akár a megyében vagy az országban, és ők nem tartották valószínűleg fontosnak. Erre jött a megsértődős válasz. Hardi Péter, akkor választ, tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, természetesen, hiszen nem titkos, illetve nem mondta azt, hogy nem említettem. A Meselián lakó László Attiláról van szó. Ő az, aki... elmondta, hogy igen, írt levelet ebben a tárgykörben, és semmiféle választ nem kapott, és ő egyáltalán nem keverte össze a hészt meg a településfejlesztési koncepciót, hiszen a felszíni vízelvezetéssel, illetve a felszíni vízelvezetés és az úthálózat kialakításának, javításának, teljesítételének a kapcsolatáról írt. Gondolom, hogy ez igenis a településfejlesztési koncepcióhoz tartozik. Ebben hogy végigolvast ezt a 30 oldalas tervezetet, és ennek a nyomát sem látta a felszíni vízelvezetésnek. Megjegyzem én sem, de hát valószínű, hogy így aztán nincs is benne. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy az ilyen lakossági megkeresésekre válaszolni kellene. De mondok egy másik példát is, ugye emlékszem, hogy egy bő évvel ezelőtt a Városfejlesztési Bizottságnak az ülésén tárgyaltunk a településfejlesztési koncepcióról, és akkor vendégként jelen volt Vértes Péter, hogy egy másik nevet is mondjak, és a bizottsági elnök úr, Zsebe Zsolt képviselőtársam, amikor Vértes Péter jelezte, hogy szeretne munkában részt venni, fültanulja, illetve szemtanulja voltam, hogy megköszönte ezt, és elmondta,
mondta, hogy értesíteni fogja, hogy hogyan kapcsolódhat be a munkába. Na most Vértes Péter elmondása szerint azóta se kapott semmiféle értesítést arról. Hát ugye ebből két dolog következik. Az egyik az, hogy vagy elfelejtkezett a városvezetés az értesítéséről, vagy gyakorlatilag nem történt azóta semmi. Nem tudom, hogy melyik a jobb. Köszönöm szépen. Főépítészasszony. Köszönöm szépen. László Attilára visszatérve, László úr nem kifejezetten a településfejlesztési koncepcióval kapcsolatban fogalmazott meg javaslatokat, észrevételeket abban a bizonyos levélben, és arra válaszoltam, sőt, mi több a válaszomat megköszönte e-mailbe, és kifejezte, hogy milyen, mennyire örült neki, az aktában benne van minden levelezés, tehát ezt jegyzőasszonynál nagyon meg tudjuk mutatni, úgyhogy ez nem igaz, hogy nem kapott rá választ. Hát vannak ilyen. Ha már itt az észrevételeknél, meg bejelentkezésnél tartunk, annyit hagyd mondjak el, hogy az a tavaly évelei felhívás, amiben a partnerségi egyeztetésbe való bejelentkezésre hívtuk föl a lakosokat, illetve ingatlan tulajdonosokat, cégeket, civil szervezeteket, bárki szinte bejelentkezhetett volna. Körülbelül 18-10 ember, illetve cég, civil szervezet jelentkezett be, ami egy 18 ezeres városhoz képest szerintem borzasztóan kevés. Viszont ez a bejelentkezés, ez nem arról szól, hogy én mindenkinek válaszolok, hogy akkor köszönöm szépen, vagy majd értesítjük, vagy valami, hanem ez, ő bejelentkezett, és majd most jön az, hogy választ kap, amikor van módja véleményezni. Hiszen amikor ő bejelentkezett, akkor arra jelentkezett be, hogy a véleményezési eljárásban, amikor a véleményezési lehetőség megnyílik, ő konkrét értesítést fog kapni arról, hogy tessék, itt az alkalom, lehet véleményezni. Természetesen ettől függetlenül mindenki másnak is lehetősége van a koncepció véleményezésére, csak ők nem kapnak egyedi, személyre szóló értesítést. Ez ugyanolyan, mint egy adóbevallás, ha beküldöm, arra se kapok választ, hogy köszönjük szépen. Köszönöm. Jegyzőasszony. Felolvasnám a településfejlesztési koncepció 25. oldala közepétől induló helyi vízgazdálkodás fejlesztése leíratot. Felszíni vízrendezés terén két akut probléma vár megoldásra. A város északi részén a Mesalia, Orlovác lakó, illetve üdülő területein a felszíni vízelvezetés megoldatlan. Az utak és a vízelvezető rendszer kiépítése égető fejlesztési feladat. Az említett úr a Mesalián lakik, tehát itt van benne. E célból felszíni vízrendezési tanulmányterv készül, melynek javasolt műszaki megoldásait mielőbb szükséges megvalósítani. Teljes körűen kezeli a koncepció. Ennek szabályozási vonatkozásait a felülvizsgálat alatt álló településrendezési eszközök keretei között kell kezelni. Tehát nem itt, hanem a részletszabályok között, amit említettem az előbb. A csapadékvízelvezetés szempontjából elsődleges feladat a jelenlegi árokrendszer vízszállító kapacitásának legalább szinten tartása, melyet csak megfelelő karbantartással lehet eszközölni. Számos hegyi utcában viszont szükséges a ma nem létező vízelvezető rendszer teljes átalakítása. A jelenleg burkolatlan utcáknál a burkolat készítésével egy időben meg kell oldani a felszíni vizek elvezetését. Na hát azt kell, hogy mondjam, hogy teljes körűen kezeli a Mesalia problémáját, annál is inkább én is az érintett terület alján lakom, tehát pontosan látszik, hogy ebben a koncepcióban annyi van beletéve, amennyi koncepció keretei között megjeleníthető. És igenis, majd a részletszabályok, hész és egyéb terveknél erre a képviselőtestületnek nem csak a kezét kell főtennie, hanem súlyos-súlyos milliókat, tízmilliókat vagy százmilliókat kell áldozni. Tehát maximálisan benne szerepel az említett úrnak az összes javaslata. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát kapott választ, és benne van. Tehát ez egyszerűen lefordítva. Az elhangzottak így sajnos nem jogosak. András Nimurányi Borbála. Köszönöm szépen a szót. Én a városfejlesztési anyaghoz nem szólnék tartalmilag, viszont én is rengeteg panaszt hallottam arról, hogy az emberek, pomáziak, a lakosság ebből teljesen ki lett hagyva, az elmúlt egy évben semmi nem történt. Tehát itt ugye egyetértek Hardi Péterrel. Ügyrendit nyomott a jegyző. Jó, de utána szeretném folytatni. Kérném a képviselőtestületet, hogy valamennyi tagja maradjon szigorúan a napirendnél. Az előbb elmondtuk, hogy kezelhetetlen az olyan bejelentés, ahol neveket sem jelenítenek meg. Hardi képviselő úr megmondta a nevet, tudtuk kezelni a kérdést, választ kapott rá minden bizonnyal kielégítő, vagy legalábbis részben kielégítő számára.
nem tudunk mit kezdeni az olyan anonim polgárokkal, akiknek nem jelenik meg a neve. Tehát a közigazgatás sajnos személyhez kötött. Tehát személyesen lehet gyakorolni a jogokat. Kérem képviselő asszonyt, hogy természetesen mennyi nevei vannak, azokat nyugodtan felsorolhatja a képviselőtestület ülésén is. Én ettől függetlenül azt javaslom, hogy az ilyenek kapcsán, ilyen konkrét panaszok kapcsán, ha névhez köthető, akkor szíveskedjen megkeresni a jegyzőt közvetlenül, vagy adott esetben például a főépítészt jelen esetben, hogyha ehhez a szakmai anyaghoz van egyébként ilyen jellegű panasz, és lehet, hogy például az ön által megjelenített névnél is főépítész azt, hogy meg tudja mutatni, hogy igenis megkapta rá a választ. És akkor ezzel már időt és energiát spórolunk meg. Köszönöm. Köszönöm. Én még egyszer elmondom, hogy tehát arra nem vagyok kíváncsi itt a településfejlesztési koncepciónál, hogy kinek a fodrászüzletét miért nem vonja be az önkormányzat ilyen-olyan. Mert gondolom ez lett volna az egyik, mert vannak ilyen, nem. Akkor meghallgatom a következő két percbe, tessék, de szigorúan a koncepcióhoz, képviselőasszony, ha sikerülne. Köszönöm szépen. Fodrászüzletről szó sincs. Na, hála Istennek. Megnyugtatom. Viszont egyetértek Hardi Péterrel abban, amivel a felszólalását kezdte, hogy ez a koncepció ugye hosszú időre szól. Tehát, hogy Pomáz fejlődési iránya a következő 10-15-20 évben milyen lesz. Ez maga a törvény is tudtommal úgy rendelkezik, hogy társadalmi háttér kell, meg kell kérdezni a lakosság egyes csoportjait, magát a lakosságot. Most az, hogy kiteszek a, nem tudom, hogy hová, a város honlapjára egy ilyet, hogy ide be kell jelentkezni, meg nem tudom. Tehát nem, itt fordítva van, itt a városnak kellett volna a lakosságot erről megkérdezni, elérni, lakossági fórumok sorozatát rendezni erről a kérdésről, és nem az, hogy nem jelentkezett semmi. Kitettünk ugyan a jobb felső sarokba, de érdekes módon senki nem jelent. Egyébként volt, aki jelentkezett, de ugye például a Vértes Péter, meg illetve tudom, hogy volt egy szakértői csoport is, aki ezen az anyagon dolgozott. Többen megkérdezik, hogy van erről valami? Mert mi benyújtottuk már egy éve, és semmi válasz nincs. Semmi, na, fogalmunk sincs, mi van. Na hát ez volt ez a nagy társadalmi egyeztetés, ez a nagy háttere ennek a munkának, úgyhogy már nem is érdekes, hogy tartalmilag mi van benne, ez hiányzik. Szomorú, véleményem érdekes, szerint pótolni kell. Mindenki azt javasolta nekem, most neveket nem akarok sorolni, hogy ezt legalább 6 hónapra el kell halasztani, 6 hónap alatt megcsinálni azt, ismertebb közéleti személyiségeknek, szakértőknek a véleményét kikérni, úgy, mint ahogy minden más normális városban történik. Így történt Szentendrén, ahogy Hardi Péter képviselőtársam is mondta, én is erről tudok, hogy 50 embernek kiküldték. Név szerint személyesen, amikor elkészült, és a véleményét kérték. Lakossági fórumok voltak, itt semmi. Úgyhogy én ezt így nem tudom elfogadni. Nagyon sajnálom. Nem is csodálkozom rajta, képviselő azt, hogy nem tudja elfogadni. Az a, hogy nem értette meg, amit a főépítész asszony mondott, de akkor megkérem, hogy mondja el még egyszer, hogy mi a valós helyzet, hát ha. De nem vagyok már benne biztos, tessék. Köszönöm szépen. A településfejlesztési koncepciónak, a elfogadásának, készítésének a szabályait egy kormányrendelet szabályozza. Az önkormányzat mindent megtett, amit a kormányrendelet előír, sőt, még annál többet is. Amikor 2013-14 környékén fogadta el az önkormányzat a partnerségi egyeztetés szabályait, annak megfelelően is jártunk el, sőt, mivel az első felhívásunkra ez a bizonyos 10 körüli észrevétel vagy jelentkezés érkezett, ezt nagyon keveseltük, megismételtük a felhívást a Városfejlesztési Bizottság javaslatára. Arra egyetlen egy sem érkezett. És ez megjelent a honlapon, az újságban, hirdető táblán, ahogy az SMS-ünk előírja, ami a helyben szokásos közzététel. Tehát ennél többet több helyen megjelentetni, én azt gondolom, nem tudjuk. Lakossági fórumot nem ír elő egyébként egyetlen jogszabály sem, de visszatérve az alpolgármester asszony által vezetett műfázra, tavaly volt ez a ötleteljünk Pomázért kezdeményezés, hát nem túl fényes részvétellel, az első néhány alkalom után ez is elhalt. Tehát nekem sajnos, és én ezt nagyon szomorúnak tartom, de sajnos ezek a tények, az a tapasztalatom, hogy az embereket nem érdekli ez. Nem jelentkeznek, nem lehet őket szóra bírni, és egy ilyen talányos
hogy az emberek ezt akarják, azt akarják, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Tehát ha ők ezt akarják, akkor miért nem jelentkeznek, miért nem írnak, miért nem tesznek javaslatot. A jogszabályon túl, amit még megtett az önkormányzat, Vértes úrék csoportja, 4-5-en bejelentkeztek, hogy szeretnének erről egy eszmecserét, egy beszélgetést. Polgármester úrral, zsebebizottsági elnök úrral együtt leültünk beszélgetni. Én azt gondolom, hogy különösebb ellentétek nem merültek föl, tehát igazából az derült ki ott is, hogy a városvezetés sem akar mást, mint ők, így a távlati célokat tekintve. Igazából az egészből nekem az sült ki, hogy kicsit személyeskedéssé fajult az egész, amit én nagyon rossz néven vettem, de erről Vértes úr biztos többet tudna mesélni. Jó. Azt gondolom, hogy tisztázandó minden törvényi lehetőséget az önkormányzat megtett. Több mint egy éve folytatjuk ezt az eljárást. Ezt most már húzni egy misztikus ködbevesző szakértői csoport kérésének megfelelően, akiket néhányat ismerünk is, és hát tudjuk, hogy nekik mi a céljuk. Hát egy-két név azért itt már fölmerült ebből az idézőjeles szuper szakértői csoportból, akit egyébként senki nem kért föl, hiszen bejelentkezni nem jelentkeztek be. Vagy egy néhány tagjuk bejelentkezett, és hogyha ez ma el lesz fogadva, akkor meg fogják kapni, akkor most el lesz miről beszélni. Tehát heti lakossági fórumokat nem fogunk ez ügyben tartani, mert nincs rá jogi kötelessége az önkormányzatnak. Na, kérdés, hozzászólás van-e még? Röviden csak annyit, hogy főépítész asszony hozzászólása engem megerősített abban, amit én korábban mondtam. Társadalmi háttér nincs, nem lettek megkérdezve az emberek. Ő ugyan azt mondja, hogy ez senkit nem érdekel, és nem is volt olyan, akit meg lehetett volna kérdezni, csak én nekem ez a véleményem, hogy ez nem egészen így van, és társadalmi háttér nélkül nem lehet ezt így elfogadni. Ez a véleményem. Sajnos képviselő asszony megint nem értette meg, amit a főépítész asszony egymás után elmondott kétszer. Ez nem rólunk állít ki szegénységi bizonyítványt, hogyha ő nem képes felfogni a másik ember által elmondott szavakat. Jegyzőasszony kért szót. Tehát akkor egyszer is mindenkorra nem a képviselőtestületnek, hanem a törvényességi főosztálynak üzenve szeretném letisztázni, és szeretném, ha megjelenne a jegyzőkönyvünkbe, hogy a Pomázváros településfejlesztési koncepció tervezetének előterjesztése során, és maga a koncepció készítése során is a polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat főépítésze a vonatkozó jogszabályoknak mindenben eleget tett, és annak megfelelően készítette elő és terjesztette a képviselőtestületet, elfogadásra. Kérném a képviselő testületet, hogy döntsön az előterjesztésről. Döntünk a településfejlesztési koncepció előterjesztéséről. Aki elfogadja, az kérem szavazzon igennel. Nyolc igen, egy tartózkodás és egy nem szavazattal a képviselő testület elfogadta. Következik a következő napirendi pontunk, a 6-os beszámoló a Települési Értéktár Bizottság első félévi munkájáról. Elnök úré a szót. Köszönöm szépen a szót. A Kulturális Bizottság, úgyis mint Pomázváros Önkormányzatának Települési Értéktár Bizottsága, megtárgyalta és 5 igen szavazattal egyhangulag jóvá hagyja és a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja, hogy a Települési Értéktárbizottság első félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Nem volt túl hosszú az erről szóló vita, mert az első féléves tevékenység az lényegében abban merült ki, hogy a hiánypótlásokra vártunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás van-e? Ardi Péter képviselő. Bocsánat, hogy így mondom, de nem csodálkozom azon, hogy nem volt hosszú ennek a tárgyalása a bizottságon. Nem hosszú maga az előterjesztés sem, és hogy elnök úr ennek a magyarázatát adta, az valóban így van, azért, mert nem sok minden történt az első fél évben a Települési Értéktárbizottság ülésén, vagy avval kapcsolatban. Ami viszont azért nem helyes, mert ugyanakkor történhetett volna sokkal több minden. Mire gondolok? Ugye tavaly beérkezett 9 pomázitól 23 javaslat.
valamennyiben valamiféle hiányosságot talált a hivatal. Ugye megalkotta januárban a szervezeti és működési szabályzatot, amelyben az szerepel, hogyha hiányosság van valamelyik javaslatban, akkor a hiánypótlásra fölkéri a javaslattévőt. Erre saját magának, de hát egyébként a törvény is ezt írja elő, 90 napot adott. Na most ugye januárhoz képest 90 nap, hát az mondjuk legkésőbb április, de ez megtörténhetett volna, ez a kiküldés, a hiánypótlásra való fölkérés, sokkal hamarabb is, hiszen gyakorlatilag a hiányoknak a hiányokra való rámutatás az már megtörtént akkor, amikor a szervezeti és működési szabályzat életbe lépett, tehát január 27-től. Akár már másnap is ki lehetett volna küldeni. Ehhez képest mi történt? Nem, hogy 90 napra nem kapták meg a javaslattévők a fölkérést a hiánypótlásra, hanem van, aki még mindig nem kapta meg. Na most vannak, akik viszont kaptak levelet június 23-ai dátumozással. Volt olyan javaslattévő, aki ezt követően néhány nappal, de legtöbben augusztus közepén. És augusztus közepén úgy, hogy a levélben az állt, hogy augusztus közepéig, 15-ig a hiányt pótolják. Na most mi ennek az oka? Nem értem. Ugye amikor aztán természetesen nem érkezett augusztus 15-ig egy kivételével senkitől a hiánypótlás, akkor ugye volt, aki írt levelet a hivatalnak, hogy hát ez mégis miképpen képzelhető el, és kapott ugye mindenki ezek után augusztus 31-i határidőre hiánypótlás lehetőséget. Most van, aki ezt tudta pótolni, de hát egyébként nem felel meg a valóságnak az, ami az előterjesztésben van, mert nem hárman, hanem négyen, gondolja a testület, akkor név szerint meg tudom mondani, hogy ki az a négy pomázi, aki pótolta a hiányosságot, illetve hát a felkérésnek eleget tett, és ki az, aki kért halasztást, ezt szóban meg is kapta, azóta szintén beküldte, és ki az, aki még nem tudta pótolni, mert két hét nem volt rá elegendő idő arra, hogy mondjuk a hiányzó szakértői támogatást megkapja. De elindította azonnal ezt, miután magát a levelet megkapta. Tehát kérdezem, hogy ennek mi az oka, és végül kérdezem, hogy akkor mi fog ezek után történni. Tehát az a négy hiánypótlás, illetve aztán az utána beérkező hiánypótlások, és utána véletlenül valamennyi beérkező anyaggal mi fog történni? Mikor fog összeülni legközelebb, illetve hát gyakorlatilag először az értéktárbizottság? Úgyhogy kérném szépen ezekre a kérdéseimre a választ. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jegyzőasszony kér szót. Jó, tehát tisztelt képviselő úr, ha visszaemlékszik esetleg, áprilisban ez a képviselőtestület döntött arról, hogy plusz egy fővel meg kell erősíteni a hivatalnak a vagyongazdálkodási csoportjának a létszámát, mert hogy főépítészasszony egyébként rengeteg jogszabály által rátestált munkáját nem tudja ellátni azért, mert számtalan olyan egyéb feladattal bízzuk meg polgármester úr az önkormányzat nevébe, én pedig a polgármesteri hivatal nevében, ami ezek akadályokat gördi. Többek között az egyik ilyen volt, ez a bizonyos értéktár bizottságnak a munkája, ami ugye tavalyról húzódott át, hogy a települési értéktárat akkor ugye föl kellene állítani. Tehát ez nem idei történet. Áprilisban az új kollega be is lépett, meg is kapta ezt a feladatot, és sajnos tetszik, nem tetszik, de elmondtam a bizottság ülésen is, nem a kollega hibázott, hanem a posta ördöge játszotta azt a csalafintaságot, hogy a júniusi tértivényes leveleink fele nem érkezett meg legalább a címzethez, sőt, a tértivények azóta sem kerültek elő a postáról annak ellenére, hogy tudakozványt küldtünk. A kollega nem várt tovább, augusztusban
Miután ugye senki nem jelentkezett a hiánypótlásra, úgy gondolta, hogy mégiscsak fontos ez azoknak az embereknek a számára, akik eredetileg benyújtották a javaslatot, és második körben kiküldte ezeket a leveleket. Természetesen senki se hibátlan, valóban hibázott annyiban, hogy az eredeti dátumot benne hagyva ismételten kiküldte a levelet, és nem mérlegelte, hogyha augusztus végén valaki megkapja, és szembesül egy augusztus végi határidővel, az ugyancsak furcsaság lesz. Jelezték is e-mailbe, nem is egy és nem is két ember, akikkel fölvéve a kapcsolatot, valamennyi javaslattevő számára elektronikusan, e-mailben újabb póthatáridőt tűztünk. A póthatáridőre 3 darab érkezett, később még egy, személyesen behozta, az már 4, és a kolléganő szerintem most már napi szintű kapcsolatban van mindenkivel, biztosítva azt, hogy aki jelzi, hogy egyébként ki akarja egészíteni és megteszi a szükséges módosításokat, be tudjuk futni a bizottságnak, elmondtam egyébként, az októberi ülésére, ami a 19-i testületi ülést közvetlenül megelőző 3 napba fog majd összehívásra kerülni, hogy oda kerülhessen, és a települési értéktár megtarthassa ez évi 3. ülését. Eddig 2-szer ült, egyszer, amikor SMS-t fogadott el, egyszer most, amikor elfogadta ezt a beszámolót, és remélhetőleg 3-szorra akkor fog ülni, amikor már ténylegesen a települési értéktárba értékeket fog fölvenni, és erről fog dönteni. Képviselő úr, lehet, hogy ez ön számára nem egy kielégítő válasz. Én úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben kihozta a hivatal azt, amit ki lehetett. Ennél már csak az lenne a jobb, ha nem végeznénk semmit, mert akkor hibát se védhetnénk. 37-en vagyunk, ezt soha nem is tagadtam, irdatlan mennyiségű egyéb munkája van minden egyes kollégának. Ha még közrejátszik egy kicsi ilyen hiba, ami rajtunk kívül álló ok, hogy a posta esetleg nem kézbesít, azt is rajtunk verik le. Tehát most a kolléganőnek egy hibájáért elnézést kérve, az összes többibe viszont azt mondom, hogy maximálisan azon van, ő is és a vagyongazdálkodási csoport is, hogy ezt a hibát kiküszöbölje, és az októberi bizottsági ülésre oda tudja vinni ennek az eredményét. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ternuszki elnök úr. Köszönöm szépen a szót, és megköszönöm jegyzőasszonynak a koncentrált összefoglalását az eddig történteknek, amit már ugyan több ízben többször hallottunk, és úgy látszik, hogy ez azért rendre előkerül. Én megértem, hogy képviselőtársam kevesli az eddigi ülés számot. Megtehettem volna, hogy 2 hetente vagy havonta összehívom az értéktárbizottságot, és megkérdezzük egymástól, hogy hogy vagy, mi volt vacsora, vagy, de nem volt miről beszélni. Nem érvényesen benyújtott értékről addig nem tárgyal a bizottság, amíg szabályszerűen be nem fut. Az, hogyha a határidőre valami nem jön be az előírásoknak megfelelő módon, még nem jelenti azt, azt jelenti, hogy nem tárgyalja a bizottság az SMS-e szerint, de nem jelenti azt, hogy az kimarad a későbbiekben, vagy újra nem lehet benyújtani, hogyha az előírt kritériumoknak megfelel. Mai bizottsági ülésen is fölmerült, hogy amint arra érdemleges számú érték bejön, akkor a bizottság nekiáll, végigjárja, összehívjon a bizottságot, a bizottság tagjai megvizsgálják, mielőtt döntenének, hogy mi a helyzet ezzel a konkrét dologgal. Egyébként az értéktárban értékek kerülnek felvételre, az érték pedig egy maradandó, akkor érték, ha maradandó. Ha pedig maradandó, akkor nem futunk ki az időből. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, egyébként tökéletesen megfogalmazta azt, amit ezzel kapcsolatban én is szerettem volna mondani, de hallgassuk meg Andrásné Murányi Borbálát.
Köszönöm szépen a szót. Nem a hivatal munkáját szeretném kifogásolni, még csak a posta munkáját se, hanem itt egyszerűen arról van szó, hogy a Települési Értéktár Bizottság első féléves munkája mi volt. Most tulajdonképpen nem történt semmi. Itt a kifogásunk hangzanak el, hogy miért nem tudott, nem volt miről dönteni, nem jött be semmi, mert ez se haladt, az se haladt, amaz se haladt. Én nekem az a véleményem, hogy ezt nem kéne így elfogadni, én biztos, hogy nem fogom elfogadni a semmit. Arról nem is beszélve, hogy ez nem egy, nem tudom, ilyen országos ügy. Itt mindenki tudja, hogy ki az a 4-5-6 ember, aki ezt benyújtotta, van e-mail címe, telefonszáma, elérhetősége. A Hardi Péter ennek már tavaly utána járt volna, de legalábbis áprilisban, hogyha az ő kezébe marad ez az ügy. Így viszont nem tudom, hogy lesz ebből valaha is valami. Köszönöm. Azért mégiscsak kihozta belőlem képviselő azt, hogy ne álljam meg szó nélkül ezt a mostani beszélgetést, hogy azért ennek a városnak, és elnézést kérek, és most vessenek engem meg, az a 3-4 ember úgyis megteszi, talán vannak fontosabb dolgai, mint ennek az Értéktár Bizottságnak a munkájának az egresszíroztatása. Elmondta a jegyzőasszony, hogy nem érkeztek be azok a hiánypótlások. Lehet, hogy mi is hibáztunk, lehet, hogy a posta is hibázott, de a benyújtók sem úgy kezdték, hogy tökéletes anyagot nyújtottak be, miközben ismerték a jogszabályt. Tehát uram, bocsá, hogyha én valamit Pomázi értéknek akarok az értéktárába betenni, akkor megnézem a jogszabályt, és annak megfelelően töltöm ki. Én láttam azt az első anyagot, amit főépítész asszony összeállított, a beküldők és a különböző fülecskék, hogy minek felelt meg, mi volt meg, iszonyú volt. Tehát volt, aki egy-két dolgot beleírt, abból a 12-15-ből, amit kellett volna. Hát ne kenjük már a hivatalra, ha más trendrián, hogy akkor végezzük már el a helyettük a munkát, nem? Nem. Ennek a városnak, és elnézést kérek még egyszer mindenkitől, akit a Pomázi értékek miatt ezzel megsértek, vagy az értéktár nem léte miatt, vannak fontosabb dolgai. Ön is itt ült, bár nem biztos, hogy jelen volt, azokon a képviselőtestületi üléseken, amik az előző időszakban voltak, ennél ezerszer fontosabb dolgokat tárgyaltunk meg. Azt, hogy állandó leterheltségben van a hivatal, javarészt önök miatt is, azért azt fogadjuk már el, hogy ez nem egy kötelező dolog, amit a város létrehozott. Az érték, ahogy mondta Ternoszki Béla úr is, hát vagy több száz éves, vagy talán még annál is régebbi, nem fog 3 hónap múlva eltűnni az az érték. Mondjuk a Pomázi Cseresznyére én kíváncsi lennék, hogy hol van még abból olyan fa, de majd megkérdezem Waldman urat, vagy Vadász urat, vagy mindegy. Tehát azért mondom, hogy ne essünk már itt kétségbe, hogy úristen, milyen borzalmas dolog történt, hogy ez az Értéktár Bizottság még egyelőre itt tart. Majd befutja. Nem is volt kötelező, és mégis meghozta a képviselőtestület, hogy legyen Értéktár Bizottság. Van olyan település, ahol nincs. És egyébként azokat az értékeket, amit néhányan itt felsoroltak, hát az nem olyan nagy dolog. Tehát ennél vannak mélyebb értékek is, amiknek utána lehetett volna nézni. De majd be fogja futni az Értéktár Bizottsága feladatát, ha mindenhonnan megkapja a hiánypótlást. Sarkadi Attila képviselő úr kért szót. Köszönöm a szót, polgármester úr. Igazából azon gondolkodom, hogy itt ülünk most már jó ideje, és tulajdonképpen egy-két talán jelentéktelen napirendi ponton kívül más se csinálunk, mint védekezünk. Küszködünk, védekezünk. Tehát itt én úgy gondolom, mindannyian végezzük a dolgunkat. Ki nap mint nap élelmiszert oszt, csinálja feladatát, ki a KEF-be dolgozik, de próbálunk a városnak mindenféle szempontból pluszot nyújtani. Akár sportprogramok szervezésében, akár a fellevő problémák megoldásában mégis leülünk, és küzdködünk, és védekezünk. Én olyan szívesen meghallgatnám egyszer, hogy azon kívül, hogy vegzálják a hivatalt, képviselőtársaim, vegzálnak minket, azon kívül mit csinálnak ezért a településért? Valóban, mi az, amit önök tettek le? De nyugodtan, múltkor a KEF volt téma, hogy mit csinál a KEF, azt hiszem elmagyaráztuk. Mi ezt csináljuk? Megcsinálunk ezt, megcsinálunk amazt. A másikak is lehet, nem teszik föl a Facebookra, hogy egy villanyt kicseréltettek valakivel, de nagyon-nagyon sok mindent csinálnak. Önök mit csinálnak? Azon kívül, hogy idejönnek, és folyamatosan védekezésre kényszerítik a hivatalt, aki a munkáját végzi, védekezésre kényszerítik azokat az embereket, akik tisztességgel normálisan dolgoznának, és arról szól egy ilyen testületi ülés, hogy viszont válasz, valóban azért választották meg önöket, hogy vegzálják a többieket?
Semmi másért? Nincs egy olyan dolog, amit ezt pozitívan én a szabadidőmbe, a pénzemből, a lelkesedésemből, a társaimmal adom Pomáznak. Nem azt, hogy leszedem gatyára is, és próbálom azt a rést megtalálni, és járom a várost, hogy hol lehet valami olyan hiba, ami miatt őket pellengére állíthatom. Mit tett ön? Azon kívül ismétlem, hogy vegzál mindenkit. Hardi Péter képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nem kételkedem abban, hogy a hivatalnak sok munkája van leterhelt, viszont ugye az a munka, amit Kis Gabriel, a főépítészasszony az értéktárral kapcsolatban végzett, átnézte azokat a javaslatokat, amelyek a hivatal elé kerültek, azt a munkát döntő részben még a tavalyi év végén, vagy ennek az évnek a legelején elvégezte. Na most, amit kellett volna tenni január 27-e után, az semmi más nem lett volna, mindössze a postázása a javaslattévőknek, hogy akkor ezt vagy azt a hiányosságot pótolja, és hát amikor végül megkapták, hát látszódott, hogy ahhoz képest, ami már el volt végezve január előtt, ahhoz képest semmi nem történt. Tehát amit kellett volna tenni, és ezt nyilván a hivatal azért ezt tudta volna vállalni, hogy mindössze postára adni azokat a kéréseket, amit később aztán ugye az augusztus közepi időszakban megkaptak. Tehát ennyiről van szó. És ez viszont nem lehet magyarázni a hivatal leterheltségével, mivel ismétlem, csupán postázásról lett volna szó. Köszönöm szépen. Jegyzőasszony szeretne szót kapni. Úgy érzem, hogy tisztán megvédeni a munkáltató jogán a főépítész asszonyt. Igen, valóban csak postára kellett volna adni, csak úgy teljesen mellékesen a nap 24 órájában a hivatal más se csinál, csak a Kálai Bau ügyet intézte. A Kálai Baunak a 8 darab különböző hivatalhoz történő felebezését az önkormányzat nevébe, a szakértő kirendelését, teljesen csípőbe menet közben azért vitte tovább az előbb elfogadott települési koncepciót, tárgyalt a Pestervel, és úgy egyébként én a nyakába nyomtam 3 darab olyan peresügyet a Hajdú és Társa ügyvédi irodával, ami több mint egy éven túli, és sajnos olyan szintű szakértést igényel, hogy a vagyongazdálkodási csoportban dolgozó másik településfejlesztési mérnök kollega a segítségét kérte. Igen, valóban, csak ez és csak az. Csak tudja, képviselő úr, egy nap nekünk is 24 órából áll. Nekem is számtalan olyanom van, amit utána lever az ügyfél, mert nem válaszolok. Azért nem válaszolok, nem azért, mert kávézok. Azért válaszolok, mert mellette félkézzel ezt csinálom, félkézzel azt csinálom, és úgy teljesen menet közben még olyan dolgokkal is megkeresnek, amikhez közöm nincs, de, mint települési jegyző, azért is én vagyok felelős, ha valaki a piac téren a földre köp. Igen, mindenért mi vagyunk a felelősök. Lehet, hogy az ön számára pusztán az ön által beküldött e-mailre csak egy választ kell. Igen, csak egy választ kell csinálnom. El kell mennem a másik kollégához, meg kell kérdeznem tőle, hogy például egy villanykörte kicserélése most miért lett akadályozva. Meg kell tudnom, hogy mikor volt ott a karbantartás, meg kell néznem a szerződést, hogy szerződés szerint eleget tette, és utána írhatom meg önnek azt a 3 szavas választ, amit megkap. Csak hogy ez menet közben még mennyi plusz energiával jár, mire azt a választ meg tudjuk fogalmazni. Szerintem úgy érzem, hogy a kolléganő, főépítészasszony maximálisan eleget tette be a szituációba, és amikor úgy érezte, hogy összecsapnak a feje fölött a hullámok, jelezte. Akkor hoztuk ide, ismétlem a képviselőtestület elé, hogy kevesen vagyunk, és kéne egy ember. Az az ember egyébként azóta, a városi parkoktól kezdve a Kálai Baut befejezte, és számtalan olyan ügyet csinált, hogy úgy érzem, hogy azt a kinevezését, ami lassan a próbaidővel leteltével most már fixé válik, megszolgálta. De lehet, hogy 2 hónap múlva az önök hozzászólásában az fog elhangzani, hogy ő se jó. Nekünk jó. Most is kéne tapsolni jegyzőasszonynak. Na, András Némurányi Borbálát hallgassuk meg. Település értéktár. Köszönöm. Bizottságról. Igen, a Település értéktár bizottságra szeretnék visszatérni, és én úgy emlékszem, hogy a polgármester úr, illetve hogy az előterjesztés után a testület szavazta meg, hogy ez a téma kerüljön át Ternovszky Béla, és illetve a Kulturális Bizottság hatáskörébe. Tehát
akkor úgy látszik, ez rossz döntés volt, mert ők viszont nem tudnak ezzel foglalkozni. Lehet, hogy ahogy korábban intéződött az ügy, úgy gördülékenyebben ment volna tovább. Erről ennyit. Szeretnék még válaszolni itten képviselőtársamnak, Sarkadi Attilának a vegzálás ügyében. Én nem tekinteném vegzálásnak azt, hogy amit mi csinálunk. Mit csinálunk mi? A testületi ülés napirendi anyagát, amikor megkapjuk, elolvassuk. Ha valamit nem értek, vagy tudom, hogy nem az én szakterületem, akkor akit tudom, hogy ért ahhoz a területhez, megkérdezem. Én szerintem ez a mi felkészülésünk, és hogyha valamilyen észrevétel, kérdés, probléma, bármi felmerül, azt megkérdezem, és a választ várom erre. Én szerintem ez is a dolgom, ez a kötelességem. És nem az, hogy a, nem tudom, a magánvagyonomból osztogassak, nem tudom, hogy mire jobbra vagy balra. Azzal nem is dicsekednék. Lehet, hogy valakinek adok, valakinek nem adok, de ez szerintem nem egy képviselő kötelessége. Az viszont igen, hogy olvassa el az anyagot, vegye észre, hogyha kimarad belőle valami, vegye észre, hogyha csak félig van, vagy, és én elhiszem, hogy a hivatal munkája nagyon feszített, én ezért igyekszem is kerülni ezt a kritikát, de vannak bizonyos dolgok, amiket szólni kell. Csak hát nem vegzálásnak kell venni, hanem konkrétan kell rá válaszolni. Köszönöm. Sajnos az a baj, hogy megint nem értettem a képviselőasszony. A jegyzőasszony elmondta, hogy nem a bizottság hibázott, hanem esetleg a posta, vagy talán meg mi természetesen, mint hivatal. Úgyhogy a bizottság abból az anyagból tud dolgozni, amit a hivatal előkészítés elé rak. Tehát én azt gondolom, hogy bármi furcsa, és ez önnek nagyon fáj, jó döntés volt ezt a bizottságot megbízni ezzel a feladattal. Nagy Attila képviselő úr. Köszönöm szépen, hát nem sokat fűznék hozzá. Csak annyit tennék hozzá, undorító, amit ti itt csináltok. Egyszerűen ez undorító, nem tudok mást mit mondani, ez nem pomázér van, nem, ez mindenre nem. Az, hogy nem értesz meg valamit, az nem jelenti azt, hogy itt nem jól dolgoznak. Hiába mondják el neked 50-szer, akkor se érted meg. Alpolgármester asszony, két szót parancsol. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Meggyőződésem, hogy egy képviselő feladata nem az, hogy leüljön és elolvassa, nem csak ez, bocsánat, hogy nehogy bele lehessen kötni a szófordulatba, hogy leül és elolvassa, és szakértőkkel szakérteti a kiküldött anyagot, hanem az, hogy kimegy a területre, megpróbálja megoldani a problémákat, megpróbál segíteni mondjuk adott esetben a kulturális bizottságnak, hogy neki ez a véleménye, és ha nekik nem megy, akkor majd átveszünk tőlük ezt vagy azt, vagy segítséggel hozzáállni a többi képviselőhöz, aki megpróbál még más egyebet is letenni a város asztalára. Mi nem akarom itt az egészségügyi bizottságot, meg az Attiláikat, de sorolhatnék nagyon sok nevet ugye a testületből, aki nagyon sok minden más tesz, és tesz a körzetéért, vagy adott esetben az emberekért pomázon. Amit képviselőtársam Sarkadi Attila elmondott, teljesen jogos. Tehát én azt szeretném egyszer látni, hogyha azon kívül, hogy ön véleményt nyilvánít bármiről, azon kívül minden esetben mellé tenné azt, hogy ez ügyben ön ezt és ezt csinálta, vagy ezt és ezt szeretné megcsinálni. De az, hogy tényleg csak a KK-n is csomót keresnek minden egyes testületi anyagba, szó szerint dátum, pont, itt van probléma, ott van probléma, ezzel nem viszik előre se a testület munkáját, sem az önkormányzat munkáját, vagyis az önkormányzatban dolgozó embereket. És még egy dolgot, nekem nem tisztem megvédeni főépítész asszonyt, de elmondanám, hogy nagyon sokszor olyan dolgokkal keresem meg, ami teljesen természetes, és segítségre lenne szükségem, és azt látom, hogy egyik helyről esik a másikra, nem tudja befutni azokat a köröket sem, ami nap mint nap a munkájához elő van írva. A hésztől kezdve mindent félre kell tenni azért, hogy önöket és az önök által felvetett, mondva csinált problémákat megpróbálja megoldani az önkormányzat. Mert ha belenéznének egy kicsit jobban átnéznék az anyagot, vagy adott esetben érdeklődnének afelől, hogy abban mi történt, vagy mi nem történt, lehet, hogy föl se tennék a kérdéseiket.
Köszönöm, Sarkadi Attila képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Tulajdonképpen három mondatban válaszolnék. Egyrészt nem is értettem, hogy mi az, hogy a magánvagyon. Tehát a KEF az a magánvagyon, vagy a szociális munka, amit hetente többször elvégeznek, az a magán. Hogy jön ez egyáltalán ide? Egész egyszerűen ezt egyáltalán nem értettem. A másik pedig, hogy minden egyes mozdulata, minden egyes megszólalása kizárólag a politikai haszonszerzést szolgálja. Maga az a kutatás is, amit végez, amit egyedül elvégez talán, hogy összeszedi azokat az anyagokat, amikkel majd vegzálhatja a többieket. Ez is kizárólag a politikai haszonszerzést szolgálja, semmiképpen sem a város lakóinak a szolgálatát. Köszönöm szépen. Andrásné Murányi Borbála. Röviden csak annyit, hogy ez a Sarkadi Attila véleménye, nekem pedig meggyőződésem, hogy egy képviselőnek úgy kell eljárni, ahogy én gondolom. Érvekkel meg lehet győzni, hogy nem ezt kell csináljam, semmi érvet, csak minősítést kapok. Úgyhogy én maradok a saját véleményem szerinti munkavégzésnél. Köszönöm. Egyszer annyira jó lenne, ha minden képviselő szeretné azt a települést, ahol lakik. De hát erre még akkor várni kell. Vagy ahol befogadták. Na, akkor több hozzászólást nem látok a Települési Értéktár Bizottság első fél évi munkájáról, úgyhogy kérnék szavazást, aki elfogadja a beszámolót, a szavazzon igennel. Nyolc igen, kettő nemmel a testület elfogadta. Elkezdődött a népszavazással kapcsolatos országjárás, amelynek során több mint 200 fórumot tartanak 80 előadó részvételével. Az elmúlt héten Georg Spötle biztonságpolitikai szakértő az Európai Migrációs Helyzet és a Kötelező Betelepítési Kvóta címmel tartott előadást a Pilisvörösvári Művészetek Házában. Szeretettel köszöntök mindenkit is. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Nem olyan túl régen elkezdtem foglalkozni ilyen világrend című dolgokkal, és a kezembe került egy könyv, nem véletlenül, Kissingernek a Világrend című könyve. Elkezdtem olvasni, olvasgatom, és arra jövök rá, hogy meg kell néznem, hogy mondjuk mi is ez. Például a Westfáliai béke az hogyan is történt, mi is volt annak a lényege, és hogyan, milyen hatással volt később a politikára, a világpolitikára. Aztán más fogalmakba is belütköztem, és utána elkezdtem az interneten bolyongani, különféle előadásokat olvastam el az interneten, azok újabb és újabb dolgokat vetettek föl, amelyeket megint ki kellett keresnem az interneten. És hát azt tudom mondani, hogy most a könyv 100. oldalánál tartok. Körülbelül 400-500 oldal közötti a könyv terjedelme. Szeretnék a végére jutni. És a magam tapasztalatán okulva azt gondoltam, hogy ezzel esetleg mások is így lehetnek. Hogy szeretnének tájékozódni a fontos kérdésekben, odafigyelnek a hírekre, a televíziót, meghallgatják a rádiót is, elolvassák az internetes újságok egy jelentős részét, és akkor van valami sejtésük, hogy mi is történik a világban. De igazából abból nagyon nehéz kihámozni. És nagyon vért kell izzadni ahhoz, hogy az ember tisztán lásson fontos kérdésekben. Mert hát szerintem van néhány fontos kérdés az ember életében. Az egyik ilyen a biztonság kérdése. Én tudom azt, és a hölgyek sokkal érzékenyebbek erre a kérdésre, hogy a biztonság az milyen meghatározó tényező egy ember, egy család életében. Nagymértékben befolyásolja például a gyermekvállalást.
nagy mértékben befolyásolja az egész életét, a munkahelyi választást, a baráti körének a kialakítását, az utazásait, nem mindegy, hogy hova tervezi meg az utazásait. Tehát rendkívül fontos az, és ez a kérdés egyre inkább, egyre jobban fölértékelődik. Egyre jobban beszivárog az életünkbe a bizonytalanság, a biztonságnak a hiánya. És a biztonság alatt nem a közbiztonságot értelmezem elsősorban, mert ma Magyarországon jó a közbiztonság. Remélem, hogy az is lesz. De azért ez egy kicsiny ország, és nagyon sérülékeny környezetben vagyunk, nagyon érzékeny környezetben vagyunk, és rendkívül fontos az, hogy ne csak mi érezzük magunkat biztonságban, hanem a környezetünk is biztonságban maradjon. És hát elindult egy folyamat, nem most indult el, hanem néhány évtizeddel korábban indult el ez a migrációs folyamat. Több hullámban történt ez, csak valahogy bennünket kikerültek ezek a folyamatok. Tehát például a franciákat nem kerülték ki, a törököket nem kerülték ki, a spanyolokat nem kerülték ki. De bennünket eddig úgy elkerültek ezek a folyamatok. És olyan furcsán néztük a franciákat, hogy milyen zavargások vannak ott Párizsban, meg Marseille-ben, meg Lille-ben, meg más településeken, és nem is nagyon értettük, hogy miért vannak ezek. És arra gondoltam, hogy ha nem csak én vagyok ezzel a problémával így, akkor keresnünk kell olyan embereket, olyan személyeket, akik egyrészt a politikától távol vannak, mert azért valljuk be, az emberek egy része a politikusok szavait fenntartással fogadja. De amikor egy olyan ember szólal meg az adott kérdésben, akiről tudják, hogy ismeri a szituációt, például járt Irakban, járt Afganisztánban, Szíriában, Koreában és más országokban, ismer ott embereket, ismeri a szokásait, ismeri a gondolatait, ismeri a szándékait, és tudja azt, hogy mi várható, hogyha ők tömegesen útra kelnek. És ismeri a környezetüket is, hogy mi az a motiváció, milyen motivációk vannak, amelyek őket egy ilyen drasztikus lépésre kényszeríti, mert azért senki sem hagyja ott a családját, a szülőföldjét, a házát, a barátait, az emlékeit, a temetőjét. Csak úgy jókedvéből vagy unalmából kevesen kerekednek föl, hanem kell egy kényszerítő erő. És ezeket a kényszerítő erőket meg kell ismerni. Meg kell ismerni azért, mert ők nem a mi ellenségeink, hanem őket egy olyan környezet kényszeríti erre a rossz lépésre, amelyhez nekünk, európai embereknek igenis van közünk. Hiszen, hogyha elolvassuk az újkor történelmét, amely a gyarmatosításról szól, arról szól, hogy a nagyhatalmak, a franciák, a spanyolok, a portugálok, a hollandok, a belgák, az angolok, britek milyen hatalmas gyarmatbirodalmakat alakítottak ki, és ott miket követtek el, és amikor kivonultak onnan, milyen állapotok maradtak ott, akkor igenis mondhatjuk azt, hogy Európának, Európa nemzeteinek ehhez az egész folyamathoz, hogy ők ma útra kelnek, igenis van közünk. Személy szerint nekünk nincs, de mi is Európában élünk, és mi is részesei vagyunk ennek az egész folyamatnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Meggyőződésem, hogy egy olyan folyamat előtt állunk, vagy közepén állunk, amely meg fogja határozni jövőnket hosszú távon. Nem rövid távon, tehát nem egy-két évről van szó, hanem a gyermekeink és unokáink sorsát 50-100 évre fogja meghatározni az, hogy ma hogyan viselkedünk, hogyan döntünk,
és milyen folyamatban veszünk részt. Az egyik fontos kérdés volt az elmúlt időszakban a NATO tagságunk kérdése. Emlékezzenek vissza, hogy mindenki egyetértett azzal, hogy ebben a fontos kérdésben népszavazást kell tartani. Tartottunk népszavazást. Helyesen. Utána jött egy másik nagyon fontos döntés, az Európai Uniós tagság kérdése. Ez is olyan fontos kérdés volt, hogy népszavazást kellett tartani. Senki nem vitatta el, hogy ebben a kérdésben népszavazást kell tartanunk. Mert hosszú távon határozza meg az ország jövőjét, lehetőségeit, forrásait, eszközeit, kultúráját, sok mindenét. A mai estének a témája a migráció. Ha figyelmesen szétnézünk Németországban, Franciaországban és máshol, azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedek során több millió ember ment oda, először dolgozni, aztán lakni, aztán a családot egyesíteni, és aztán teljes egészében életvitelszerűen ott élni. De az állampolgárságát, a kultúráját, identitását megőrizték. És nem várható el senkitől, hogy a kultúráját, identitását föladja azért, mert a környezete megváltozott. Ezt nem szabad az ő szemükre hányni, mert szerintem ez teljesen természetes. Azokat a folyamatokat kell megnézni, amelyek ide vezetnek. Kérem, engedjék meg, hogy tisztelettel és szeretettel köszöntsem körünkben Georg Spötle urat, aki nem Magyarországon született, nem a magyar hadsereg tagja volt, hanem a Bundeswehr tagja volt, ejtőernyős volt, de nem olyan ejtőernyős, mint amiket mi ismerünk, nem olyan ejtőernyős volt. Képzett katona, képzett rendőr és biztonságpolitikai szakértő, és bejárta a félvilágot, nem mint turista, vagy nem csak mint turista, hanem munkáját végezte. Katonaként, katonai szakértőként, és egyáltalán szakértőként. Arra kértem Georgot, hogy segítse a mi munkánkat, a tájékoztatást, és ismertesse meg önökkel azt, hogy ő hogyan ismerte meg a Közel-Keletet, azokat az embereket, és hogyan látja az egész migrációs folyamatot. Kérem, kíséljék figyelemmel előadását. Szeretettel köszöntök mindenkit, remélem nem lógok bele nagyon a képbe, vagy majd akkor ugrálok, úgyis hiperaktív vagyok. Nagyon szépen köszönöm a kedves felvezető szavakat, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen nagy számba eljöttetek, tényleg nagyon-nagyon megtisztel. Igazából ez a biztonságpolitikai szakértő, ez az bárki lehet, tehát nem egy olyan nagy varázslat igazából, not a magic. Csak annyi, hogy nagyon jó tanáraim voltak igazából, mint általános iskolában, gimibe, mint később a hadseregnél nagyon jó oktatók, rendőrtiszti főiskolán, még annól Nyugat-Berlinból végeztem, és mondták, hogy akit érdekel a politika, és engem nagyon érdekelt szerencsére, egy olyan családban nőttem föl, ahol a politikai napi szinten szerepet játszott. Tehát én is például ugye Zbigniew Brzezinskinek a könyveit olvastam, vagy láttam őt még a tévében, aki Ronald Reagannek volt a biztonságpolitikai szaktanácsadó, egy lengyel származású, nagyon-nagyon zseniális ember, vagy ugye Henry Kissinger, tehát hihetetlen egy legenda. Ezek úgy példaképek voltak, tehát nem annyira olyan szuperhírók, hanem tényleg nagyon okos emberek, vagy egyik Bibliám Huntingtontól ugye a kultúrák összecsapása, amit most megtapasztalunk igazából szinte napi szinten, főleg azok a rendőr kollégák itt Magyarországon, akik lent a határon teljesítenek szolgálatot, vagy akik ott voltak mondjuk tavaly a röszkei csatánál. Tehát igazából azt mondták a tanárim meg a kiképzőim, hogy figyeljétek napi szinten a politikát. Látjátok, hogy valahol háború van, ugye a 80-as évek elején kezdtem a pályafutásomat, sajnos már ilyen öreg csont vagyok. Mondjátok azt, hogy nem látszik, köszönöm. És lényeg az, hogy akkor ugye elindult a libanoni polgárháború, ott is igazából migrációval kezdődött, ugye palesztinok nagy számba voltak Libanonban, és hát úgy döntöttek, ez egy tök jó ország, ezt valahogy meg kéne szerezni, kevés katonaságban, mi sokan vagyunk, jó kis fegyvereket szerzünk, aztán átveszük itt a hatalmat.
Hát nem jött össze, viszont egy véres polgárháború vette kezdetét, és rengetegen jöttek ugye Németország fele. De ugyanúgy még előtte akár legyen, mikor iráni sának, Reza Pahlavinak megdöntötték a hatalmát, ugye Ayatollah Khomeini visszament Franciaországból az exilből, akkor is tudtuk, hogy ennek nem lesz jó vége, mert Perzsiának az elitje menekülni fog. Menekültek is, jöttek Németországból, ők azt mondtuk, mindig olyan migráns deluxok voltak, mert volt olyan, hogy megkérdezték, mennyi készpénz van nál, és így kinyitott egy Samsonite-ot, mondta, hogy kb. $1,5 millió. Látványos volt, én pislogtunk, mint pocok a lisztben, és ezek üzleteket nyitottak, éttermeket, szállodákat vettek, tehát olyan hamar integrálódtak, mert tanultak voltak, legtöbbnek valamilyen egyetemi végzettsége volt, rengeteg pénzük volt. Tehát igazából tök jól el voltunk. Abszolút én nem tudok egyetlen egy bűncselekményt, se egy eseteti pályafutásomból iráni involválva volt, pedig rengeteg iráni él Németországban, ugyanúgy Angliában is, vagy az Egyesült Államokban. Abszolút semmi gond velük, nagyon-nagyon jó arcok vannak itt Magyarországon is iráni barátaim. Most akarok nekiállni, a tél az úgyis unalmas, meg utálom, meg hideg van, meg nem szeretek síelni. Úgyhogy elhatároztam, hogy farzit fogok még így az arab mellé tanulni, ugye tök érdekes, hogy megtanulok egy nyelvet. De viszont jöttek ugye a libanoniak, és befogadtuk őket Németországba, persze polgárháború van, gyertek, maradjatok itt, amíg vége a háborúnak, itt azt ki tudjátok dekkolni, dolgozhattok, kaptok lakást, szociális segélyt, minden, és a vége a háborúnak, akkor majd repatriálunk titeket, mindenki kap egy repülőjegyet, és mehettek haza. De nem ez történt, hanem ugye elég hosszúra nyúlt a polgárháború, és ezek az emberek ott maradtak. Gyerekek születtek, azok óvodába mentek, iskolába mentek, elkezdtek ott szocializálódni, és ugye amikor haza kellett volna menni, akkor mondták, hát bocs, nekem itt a fiam, 8 éves, iskolájába jár, hát nehogy már, még ügyvédet fogadtak, tehát elérték igazából nagyon sok százezer libanoni, hogy ott maradjanak Németországban. Azt mondom, még ezzel se lett volna baj, csak hogy létrehozták Európa egyik legnagyobb drogmafiáját. A libanoni maffia, tehát igazából rátenyereltek így a német drogpiacra, kiszorítottak mindenkit, nyílt lövöldözések vannak még mai napig is utcákon, vagy egy kollégámat is lelőtték őrizetbevételnél. Az volt, hogy nem tudtuk a behatolásnál, hogy úgy alszik az egyik fickó, hogy a párnája alatt van egy pisztoly, és hogy a kollega felé hajolt, hogy kiúzza az ágyból, bilincset tegyünk rá, hogy a golyóálló mellény és a golyóálló sisakrostékön van egy ilyen kb. Egy ilyen 2-3 únyi rész, hogy a fejet tud mozgatni, és pont ott ment, tehát a lövedék a sisak belseje állította meg. Úgyhogy szegény kollega az már nincs köztünk. Terjesztik a drogot, és az a baj velük például, hogy elkezdték beszippantani a kiskorúakat a frissen érkezett migránsok közül, mert ugye mi történik, ha elkapnak egy 13 éves srácot, és van nála, nem tudom, 30 deka, mondjuk, nem tudom, ópiát származék, vagy bármi, hát semmi. Elveszik tőle a rendőrök, a kis csákot átadják a gyámügynek, ott iszik egy kakaót, eszik egy szendót, alszik egyet, másnap visszamegy a keresztapához, hogy van még meló, mert kéne pénz, mit tudom én, Nike-ér tornacipőr, ami 200 euró, persze, és csinálják a dolgokat. Úgyhogy elég komoly problémák vannak azokkal a csoportokkal, akik átjöttek. Ugye volt a koszovói válság, rengeteg koszovóalbán jött Németországba, mondtuk, persze gyertek, háború van, bombáznak minden, lesz egy saját hazátok, nem sokára vissza tudtok menni, ugye? Hát mi történt? Nem mentek vissza, hanem rátették a kezüket igazából így a diszkókra, tehát ilyen kvázi őrzővédő cégeket alapítottak, és azt csinálták, hát ha nem akarod öreg, hogy leégjen ez a klub, vagy az éttermed, vagy mondjuk levágjuk néhány ujjadat, akkor fizes nekünk, úgymond, és ide rakunk egy biztonsággört, és semmi gond nem lesz. És akkor vagy fizettek az emberek, vagy volt, hogy már olyan árat kértek, hogy akkor bezártak, egy ismerősömnek is volt egy ilyen csirkesütődéje, mondta, hát egyszerűen nem tud megélni az, hogy fizesse a védelmi pénzt, azt inkább bezár. Tehát ilyen gondok vannak, tehát vannak olyan emberek, vagy olyan népcsoportok, akik kihasználják azt, hogy jótékonyan befogadja őket egy ország, kihasználják minden szociális előnyét, követelnek, tehát nem az, hogy hát hello, menekült vagyok, kérnék szépen, hanem nekem ez jár, nekem ez kell, miért csak 140 eurót adtok, miért nem 2000-et, mert abból lehet igazán jól élni, mi ez a kaja, ilyet csak a kutyáknak meg a nőknek adnánk. Párommal néztük ezt a riportot, fú, mondja, ha ott lett volna, levert volna neki egy hatalmasat, le is tud, mert TRX-ezik, tehát brutális, én is kapok mindig tockost, ha ránézek egy jó csajra, úgyhogy tudom, mi van azokban a karocskákban. Úgyhogy így viszonyulnak igazából hozzánk, és azt mondom, sokan most azt gondolják, akik még ugye nem találkoztak immigránsokkal, mert mondjuk nem dolgoztak külföldön, mondjuk Belgiumban, Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban, vagy nem éltek ott húzamosabb ideig, mert mondjuk van ott kint családjuk. Azok azt gondolják, hát most mi baj, egy pár arab vagy pár ezer idejön, hát igazából tök dolgos emberek. Amblok azt mondom, igen.
Tehát én imádom Szíriát, én nagyon sokat voltam Szíriában, vannak ott, illetve voltak barátaim, ők is elmentek a háború miatt, tehát ők síták, ők átmentek Iránba is, ott viszik tovább az üzleteiket. De a lényeg az, hogy halálcuki emberek voltak. Tehát olyanok, hogy a buszon a barátnőmnek átadták a helyet, vagy mentem például egy far mellett, és ott integettek, hogy álljak meg, és megálltam, mit szeretnének, és mondták, hogy hoznak nekem uborkát, meg paradicsomot, hogy el tudjam mondani Németország, hogy ez milyen finom. Tehát halálkedves emberek voltak, és tényleg vérzik a szívem Szíriáért, mert iszonyatosan jó hely volt, tehát tényleg vannak helyek, ahol a araméus nyelvet beszélik, amit ugye állítólag Jézus is beszélt, vagy voltam, nem tudom, Szentgyörgy lovak sírjánál a keresztény egyedben, hihetetlen helyek vannak ott, tehát egyszerűen gyönyörű, és hát bízom benne, hogy azért még fogok ott valamikor nyaralni. De most ugye itt van ez az iszonyatos probléma, hogy nem csak szírek jönnek, akik valóban mondjuk a háborús helyekről menekülnek, hanem tényleg én beszélek pár nyelvet, tehát rendőr vagyok, de annyira talán nem hülye, és mondjuk kint voltam a keleti pályaudvarnál, és ott is így füleltem, hogy milyen nyelveket beszélnek. Hát ott volt Bangala, ugye, akik Bangladesből jönnek, beszélték a Pandzsábit Észak-Indiából, ugye arabot természetesen, de ugyanúgy törököt, kurdot. Tehát rengeteg helyről jöttek, ugye Afganisztánból, Pakisztánból, Szomáliából, Eritreából. Eritreából például csak azért, van kint egy haverom Aszmarába, és mondja, hogy nagyon sokan nem szeretnek katona lenni ott, és fiúknak, lányoknak egyaránt 3 év a katonaság. És azt mondták, az full szívás itt 3 évet mászni a sivatagba, egy ilyen AK-47-essel, hát azt nem csinálom. Inkább megyek Németországba, Merkel úgy is mondta, hogy mindenkit szívesen lát. És rengetegen jönnek, tehát itt nem arról van szó, hogy mondjuk Budapesten is én imádom a közel-keleti kaját, tehát mindenütt találni egy kebabozót minden sarkon is. Nem ezekkel az emberekkel van baj, akik becsületesen itt élnek köztünk, itt dolgoznak, magyar feleségük van, magyar gyerekeik, tehát magukénak tekintik ezt az országot, hanem azokkal, akik azért jönnek Európába, hogy lehúzzanak minket. Rengetegen jöttek át például a marokkói királyságból, meg Algériából. Van ott háború? Nincs. És például azzal küzdenek most a kollégák Németországban, hogy van egy 1000 fős bűnbanda, azért ezt úgy jó belegondolni, ez úgy még a keresztapának is úgy becsületére vált volna, akik nagyértékű luxusgépjárművekre szakosodtak, fiatal srácok mind, ellopják a Verdát, tehát ilyen Porsche, Panamera, Q7-es ez meg az, leviszik őket Franciaországba, és ott felrakják őket hajókra, és viszik át Észak-Afrikába, meg a Közel-Keletre. Brutálisan agresszívek, tehát tényleg lőfegyver van náluk, menekülnek a rendőrök, szerencsére egy-kettő már fejreállt, úgyhogy vagy ők már valahol fönt a 72 szűzzel, vagy pedig börtönben vannak előzetesben. Tehát nagyon-nagyon súlyos problémák vannak. Tehát igazából csináltam egy ilyen kis prezit is nektek, bár annyit beszélek, nem tudom, a végére érünk-e, úgy érzem magam néha, mint Fidel Castro. Gondolkodtam a szakállon is, meg egy szivarom, csak már sehol nem lehet dohányozni, mondjuk nem is baj. Tehát igazából nem akarok most mindenkit hallgasson a szívére, tehát én nem akarok senkinek a lelkére beszélni, vagy valamit szugerálni, nem, hanem lényeg az, mindenki hallgasson a szívére, a lelkére, ha dönt, és egy a fontos, hogyha valamit beixel, az legyen a nem. Döntenünk kell, hogy ugye mi fontosabb, mondjuk a gyermekeink, az unokáink, nekik a jövője, vagy pedig olyan emberek, akik ilyen világkörű úton vannak, és azt nézik, hogy hol van pénz. Mert ugye, ha én menekülök, akkor elérek mondjuk egy biztonságos országot, legyen az Görögország, akkor én felélegzek, de jó, nem lőnek. Itt vagyok a gyerekeimmel, családommal, ez tök királyság. Azonnal dolgozni szeretnék, ugye, mert nem akarok azért egy sátortával vagy egy konténerbe élni évekig. Megpróbálom megtanulni a nyelvet. Jó, tudom, rohadt nehéz tud lenni, tehát éltem egy ideig Kínába, hát ott elvéreztem. De próbálkoztam, elmentem esténként munkahelyre, nyelvtanfolyamra, próbáltam, beszéltem emberekkel, tévét néztem, jó, mondjuk, ha nem is volt más. Tehát tök jó volt kínai szappanoperát, de mindegy, tehát igyekeztem, hogy legalább egy kaját tudjak magamnak rendelni, mert ha lemegyek a Tesco-ba, akkor ott lássam, hogy ez most a műfogsorra, vagy felmosok vele, vagy bármi. Úgyhogy ne, igen, hogy ez tök jó, finom, iszom belőle még egy flaskával, aztán már reggel ilyen luk van itt. Tényleg Kína, ott éreztem magam, hogy milyen analfabétának lenni. Tehát vagy olyan emberek, akik tényleg úgy azt mondják, na itt nem jó, mert nincs elég pénz, ugye Görögországban kb. Annyi a szociális segély, mint itt Magyarországon. Erre mondták, hát akkor menjünk inkább Ausztriába, talán ott több, de akkor Németországban még több, akkor ott 143 euró per fő. Most leszállították, fú, tök jó, bejelentett a német kormány, hogy túl sok pénzt kapnak a migránsok, most 143-at leszállították 139-re. Így már nem lesz annyira attraktív Németország, ezt nyilatkozták.
ez vicc mondom, tényleg még sokkal kevesebb lesz a pénz, tehát azt hittem, hogy 100-ra, de nem, 143-139-re, hát haha, jó vicc, de hogy ezt ilyen Erzsébet utalvány formában kompenzálják, tehát tudnak ruhaneműt, élelmiszert, meg ezt a, tehát cigit, alkoholt, azt nem, de természetesen bármilyen kozmetikai vagy élelmiszeri terméket venni érte. És mondjuk utána megszimatolták, hogy Dániában 360 euró a szociális segély, akkor mind elmentek Dániába. Utána valakitől ugye megtudták, hát persze kommunikálnak okostelefonokkal, hogy Finnországban még több pénz van, ott körülbelül olyan 600 körül, menjünk Finnországba, akkor fú, de itt hideg van. Na akkor mi, akkor menjünk át Norvégiába, sokkal melegebb. Ugye Merkel asszony mondta, hogy rengeteg diplomás van köztük, tényleg hát ugye meteorológusok is akadtak, és akkor ők egy ilyen időkép.com, és akkor mondják, hogy fú, ez itt tök jó. Na ott volt az, hogy Finnországban, hogy nem ízlet nekik a kaja, és mondták, hogy ez csak a kutyáknak vagy a nőknek lehet adni, de ez nekünk férfiaknak, ez no way. Finnek nagyon örültek, hogy így lejáratták a nemzeti eledelüket, úgyhogy tök boldogok voltak. És ilyen világkörüli túrán vannak, és akkor mondják úgy migránssimogatók, hogy jaj, de ott háború van. De én kérdezem, de miért van ott háború? Mert ha rossz a feng shui, ugye visszatértünk Kínához, úgy vesznek egy ilyen integető cicát, úgy kiraknak, meg ilyen háromlábú békát és aranypénzeket, és akkor egy idő múlva jobb lesz. Nagyon hardcore dolgoknál van a bágó a tükör, és akkor azt áramlik a csí. Nem tudom, nem hiszek benne, de ilyen cicám van az irodában, mert aranyos, és mert kínai barátaimtól kaptam szülinapra. Na, lényeg a lényeg, hogy azért van háború, igazából az ő saját összeférhetetlenségük miatt. Ugye a felekezeti viták, síták és szuníták meg alauiták között, Szíriában jelenleg 100 különböző fegyveres csoport harcol egymással, leszámítva, hogy az IS-t, a Ansar el-Iszlámot, a Free Syrian Army, tehát rengeteg csoport van. Ott vannak ugye északon még a türkmének, akiket Törökország támogat, akkor ott van az iszlám állam, akit mondjuk Katár meg a Szaudi Királyság támogat, akkor a Free Syrian Army, akit az Egyesült Államok támogat, igazából nem értem miért, mert a legkorruptabb banda, amit kapnak fegyvereket az Egyesült Államoktól, eladják az IS-nek. Nice. Valószínűleg Washingtonban nagyon örültek múltkor is, ilyen 50 tonna fegyvert és lőszert adtak el, és a zsebre tette a pénzt, az vett egy még nagyobb autót magának, és ott a romok között most furikázik vele valamelyik vezető, úgyhogy tök jó, imádom azt a helyet. Szóval ezek az emberek nem azért jöttek, hogy hasznos tagjai legyenek a társadalomnak, meg ahogy Merkel asszony is mondta, hogy fú, ezek diplomások, ez mekkora szansz Németországnak. Még tegnap is azt olvastam, hogy ez egy óriási kihívás, de egy hatalmas szansz is nekünk, írtak a német lapok. Hát kétlem, de lehet, hogy én nem értek hozzá, tehát nem tudom, a jövő eldönti. De azt tudom, hogy visszatérve a demokráciára, meg a népszavazásra, hogy Magyarországon szerintem csodálatos, hogy a kormány ilyen bizalmat vett belétek. Én sajnos nem vagyok csak német állampolgár, tehát én nem szavazhatok, de párom meg a családja, igen, tehát ők már öten vannak, tök jó. Szerintem lesz itt sok nem a teremben. Úgyhogy én csak azt látom, hogy ezek az emberek tényleg megpróbálnak kihasználni minket, tehát jönnek nem háborús országokból, hazudoztak rengeteget, eldobálták az útleveleiket, tehát lent voltam magyar tekes kollégákkal a határon, brutális, hogy mennyi útlevelet szedtünk össze a legkülönbözőbb országokból. Tehát tényleg úgy szinte szerte a világtól, hogy indonésztől kezdve, rengeteg, mint mondtam, eritreai, etióp, algériai rengeteg volt, de még szír útlevelek is, amiket nem értettünk, mert hát ha valaki valóban szír, akkor miért ne jöjjön be azzal az útlevéllel, hiszen akkor valóban jogosult a menedékjogra. De volt olyan, hogy Európai Uniós útleveleket is találtunk, például Olaszországból, Dániából, a szerb is volt köztük, hogy ezek az emberek, akik itt élnek köztünk, mi motiválja őket, hogy eldobálják az útleveleiket, hogy mondjuk kiutazzanak eleve egy háborús övezetbe, és utána a migráns áradattal jöjjenek vissza. Tehát ugye lehet, hogy rossz májú vagyok, de nyilván azért, mert kimentek a Közel-Keletre, kaphattak esetleg egy kiképzést valamelyik IS kiképzőközpontba, tehát az iszlám állam területén, és tudták, ha visszajönnek mondjuk repülővel legális úton, akkor őrizetbe veszik őket, ami azért gyakran meg is történik, akár nálunk Németországban is, úgyhogy inkább bejöttek és új személyi azonosságot használtak, és így jutottak vissza az Európai Unió területére, tehát elég sok kétes ember jutott itt sajnos be. Ugye, amíg itt beszélgetünk, addig is milliók jönnek át a tengeren. Egy olasz diplomata barátom mondta, aki itt volt nagyon sokáig Magyarországon a olasz nagykövetségen, hogy áldatlan a helyzet, hogy vannak olyan napok, hogy 6 és 9 ezer között van a szám, akiket kihalásznak a tengerből. Tehát azért ez brutális. Tehát ezek a szerencsétlenek útra kelnek. Egyrészt sajnálom őket, és ha belegondolok, hogy mondjuk én jönnék mondjuk Malaviból, és ott dolgozom napi $1, valószínűleg én is elindulnék.
Benne, hogyha ugye embercsempészek olyan gyönyörű dolgokat mesélnek, hogy fú, lakás kapsz, ilyen, de ilyen hülyeségeket mondtak, így értek, hogy bejárónőjük lesz. És akkor mesélik nekem a kollégák ugye a migrációs központ Berlinből, hogy ott mondják, de hát miért kell nekem sátorba vagy konténerbe laknom, hol van a bejárónő meg a lakás, hát az embercsempész azt ígérte. Persze, hogy azt ígéri, hát értelemszerű, mert ha megmondanák, hogy figyelj Kajle, 4-5 évig egy sátorban fogsz lakni, rohadt hideg lesz, vagy konténerbe ott meg rohadt meleg lesz, kapsz kaját, de hát nem az, amit a közel-keleten a hazádban megszoktál, kapsz egy kis pénzt az épp elég cigire, kólára, meg erre, arra, utána meg ülsz és unatkozni fogsz, meg el kell lenni németet tanulni, hát az meg ugye rohadt nehéz. Tudja, hogy nem menne. Én sem mennék. De elmondják neki, hogy autód lesz, 2000 eurót fogsz kapni, tehát ilyen sületlenségeket, hogy ezeket a szerencsétleneket lehúzzák. És ugye beszáll egy ilyen lélekvesztőbe, most már át sem viszik őket az európai partokra, mondják, hogy menj egy fél órát, aztán adj le egy vészjelzést, adnak nekik egy transpondert vagy egy műholdas telefon, és ki fognak téged menteni a tengerből, és ez megtörténik. Tehát az embercsempészek munkáját, a munkás részt, tehát a pénzt azt ők bezsebelik, nagy részt az Európai Uniónak a katonai vagy a mentőhajói hajtják végre, és emberek százezrei érkeznek ebbe az évbe. És hát ugye idén durva számítások szerint nincsenek pontos számok, de 2,1 millió migráns érkezett Németországba. Az idén már újból 475 ezeren kértek menedékjogot. Ez kb. Két héttel ezelőtti adat. Merkel most esküdözött, hogy nem, még fél milliót nem engedünk be az idén. Hát jönnek folyamatosan. Tehát mondták például határőrök, akik a svájci-német határőn vannak, hogy nagyon megerősödött ott is a nyomás, rengeteg fekete afrikai érkezik, akik Olaszországon és Svájcon keresztül érkeznek, és úgy tegnap hozták le a svájci napok, hogy így megdöbbentek, hogy vajon Svájcban miért nem kér senki menedékjogot. Tehát tényleg az, hogy mindenki csak átmasírozik Németországba, és akkor megkérdezik a rendőrök, hogy hova mentek, megyünk Germanyba, mert Merkel hívott minket, és ott akarunk politikai azült, nem pedig itt Svájcba, mert ez rosszul is esik nekik, pedig nem egy rossz ország. Ugye erősödik a nyomás a határon, tehát lehet látni, ahogy tudják, megrongálják a határt, az tényleg nem volt vicc, hogy Szerbiában már a határmenti részeken nem lehetett hidegvágót, meg egyéb ilyen szerszámokat kapni, mint fölvásárolták, hogy átjussanak. Értelemszerűen sokan még mindig ott táboroznak, mert tudják, hogy nem fognak átjutni, de várnak valami csodára, de hát arra hiába lehet várni, mert a magyar kormány nagyon helyesen és nagyon világosan megmondta, ez a határ zárva marad azoknak, akik illegálisan próbálnak bejutni. Azoknak van nyitva, hogy akik kopognak, van valamilyen személyazonosító iratú, vagy pedig hitelesen meg tudják azt mondani, hogy valóban egy háborús övezetből jöttek és menedékjogot kérnek. Ugye PKS, Polizeiliche Kriminalstatistik, bárki ellenőrizheti, aki nem hiszi, aki németes, fölmegy a német belügyminisztériumnak a honlapjára, tesz neki mindig aktuális statisztikákat, úgy kicsit meg is döbbentem, mert azért nem tünteti fel a migránsokat túl jó színben. 2015-ben a Berlinben elkövetett bűncselekményeknek 37%-át követték el frissen érkezett migránsok. Azért ez egy brutális nagy szám. Itt most ne gondoljatok gyilkosságra, meg egyéb ilyen súlyos bűncselekményre, inkább rablások, utcai lopások, kábítószerrel való visszaélés, szexuális zaklatás, nem erőszak és kísérlete, ilyenek vannak benne. De azért ez egy elég komoly szám, és akkor a BKA, a Bundeskriminalamt, az megvizsgált 70 ezer bűncselekményt. Itt sincs semmilyen ilyen major crime, tehát itt csak inkább ilyen kisebb utcai bűncselekmények vannak. És ha ezt a 70 ezeret 100%-nak nézzük, akkor ennek 45%-át, tehát kvázi a felét követték el a frissen érkezett menedékkérők Németországban. Ez 2016. január és április között történt ez a vizsgálat. Sajnos emelkedik a szám, most Baden-Württembergben a belügyminiszter éppen a héten jelentette be, hogy nincs férőhely a börtönökben az előzetes letartóztatottaknak, tehát az lesz, hogy akik már majdnem hazamehetnek, tehát 2-3 hónapjuk van a büntetés letöltéséből, azokat hazaengedik házi őrizetbe, a nehezebb fiúk azok bokabilincset kapnak, tehát elektronikus úton ellenőrzik, hogy nem hagyhatják el a lakásukat, mert sajnos szükség van migránsoknak a helyre, mert egyre súlyosabb bűncselekményeket követnek el. Az a baj, unatkoznak. Tehát ez teljesen emberi. Ülök most a sátorban, mit csinálok, unatkozom, ugye dolgozni nem tudok, mert még nem beszélem a nyelvet, lehet, hogy meg se akarom tanulni. És ilyenkor van, hogy ugye bűnszervezetek rájuk csatlakoznak, vagy akár terrorszervezetek is ezt megtetik, tehát agitálás már folyik, azt már látta a német titkosszolgálat. És értelemszerűen fiatal emberek
vannak vágyaik. Szeretnének jó cuccokat, amilyen mi megvehetünk magunknak, legyen egy jó farmer, tornacipő, cseki, ez meg az. És értelemszerűen nagyon nagy a kísértés, hogyha egy maffia szervezet mondja, hogy figyelj, 140 euró, ne hülyéskedj, azt nálunk egy óra alatt megkeresed. És felhasználják például betörésre. Nagyon érdekes, hogy nem csak közel-keleti bűnszervezetek, hanem például az üzbégek is, van egy egész helyes kis üzbég maffia Németországban, tényleg nem cukik, ilyen kis tyubityeik, ha nem, azt nem hordják, tehát teljesen európai cucc van rajtuk. Ők is előszeretettel alkalmazza a gyermekeket, mert picik, beférnek tényleg nagyon kis szellőző ablakokon, WC, fürdőszoba, stb. És ha elkapják őket, mi történik? Szintén semmi. Úgyse tudják a nevüket, nem tudnak senkit feldobni, nem büntethetőek, és akkor tényleg ezekkel elvégeztetik a piszkos munkát, és amikor eladják a cuccokat orgazdának, akkor ők abból kapnak nem kevés részesedést. Úgy jöttek rá a kollégák, hogy olyanok, mint én, egész nap a Facebookon lógnak ahelyett, hogy dolgoznának. És akkor látták, hogy ilyen migráns kis csókák is tesznek föl képeket, migrációs otthonokban, akik laknak, és ilyen több száz eurókkal így legyezőszerűen kinyitva, és ott virámkodnak. És akkor nézték, hogy azért hogy jó, egy kiskorú is kap ugyanúgy, tehát tök mindegy, hogy valaki hány éves, ezt a 143 eurót ezt kapja, tehát vagy ő, vagy a család, vagy a gyámügy, hogyha egyedül érkező kiskorú migránsról van szó. Tehát abból ugye nem lehet azért ilyen nagy lábon élni, és ugye azt a gyámügy össze, aki nem tudom, kapnak napi 5-6 eurót így zseppénznek, így a kaja mellett, amit értelemszerűen úgy áll az állam. És így sikerült felgöngyölíteni azt, hogy ők most az üzbékeknek dolgoznak, és elég szép profitot kapnak. Ugye szorult helyzetben a rendőrség, ez nemrég készült ez a képsorozat, egy 11 éves libanoni srác akart egy autót ellopni. Nem az első ügye volt. Sem autólopás, sem utcai rablás, lehúzott nálanál gyengébb srácokat, elvette tőlük a jackit, pénzt, telefont, ezt, azt. És 70 libanoni rontott rá a rendőrökre, amikor megpróbálták a kis srácot kihúzni az autóból, elkezdték a rendőröket ütlegelni, üvöltöztek ugye Allahu Akbar, mi mást, és azt, hogy takarodjatok innen, ez a mi területünk. És ezben a megdöbbentőbb, hogy valóban ezt a városrészt ők már sajátjuknak tekintik. Nagyon sokan mondják, hogy egyáltalán német jog, fütyülünk arra, ha minket elítélnek, akkor a sária szerint, és nem pedig a német jog szerint. Na jó, német sajtó azért akar beszélni a szülőkkel, mert meg kell hallgatni ugye mind a két oldalt. Kiskorú, 11 éves vele nem lehetett interjút csinálni, ugye a szülei jelenlétébe és ügyvéd és tolmács jelenlétébe tudták csak kihallgatni. De az a lényeg, hogy a szülők azzal érveltek, hogy a rendőrök tiszteletlenül beszéltek a kis csókával. Bocs, hát most adtak volna be neki egy fagyit, miért kérsz, vanília valami, aztán szállj ki, ha van kedved, ha nem, vidd a Verdát. Tehát azért ez nem így működik nálunk soruknál. Tehát ez volt, hogy elvesztette ezáltal a gyerek úgy az arcát, tehát hogy a család becsületébe gázoltak, hogy rájövöltöttek a gyerekre, hogy hé, öcskös, kiszállni, de most. És ebből kialakult egy ilyen parás konfliktus, igazából politikum lett, tehát ez nem is már hogy egy rendőri dolog, ugye akkor rögtön a liberális sajtó, mert azok a rohadt rendőrök, mert miért kellett, miért nem szép szóval meg. Biztos lett volna valamilyen több verbális kommunikáció kellett volna, hogy kirángassák, hát nagyon klassz. Amikor ott 70 arab üvöltözik valakivel, az nem annyira jó a helyzet, meg nem tesz jót a kedélyeknek. Ugye mindig mondhatjuk, hogy jó, most pár ezer ember jön a világ sok országából, és most szétosztják őket Magyarországon, és akkor mi van? Hát lehet, hogy talán rövid távon semmi, de ugye ez a kvóta egy olyan triki dolog. És ez nem arról szól, hogy jön három, aztán itt slussz, hanem minél többen jönnek az Unióba, annál többet küldenének ide hozzánk is, meg ugye más Európai Uniós tagállamokba. És azért látni, hogy úgy kvóta meg minden nélkül is azért ez a migráció elég fránya egy dolog, tehát amikor én még kisrác voltam, akkor úgy kb. Minden tizedik ember volt migráns Berlinben. Most a friss statisztikák szerint már minden negyedik berlini migrációs hátterű. Tehát úgy durva, most biztos rasszistának fognak sokan engem elkövetni, de azért úgy kimegyek az utcára, és tényleg ilyen utcaképet látni, vagy nők ugye hijabban, nikabban, burkában, csadorban, engem nem zavar, tehát nagyon sokat voltam a közel-keleten, Isten látja a lelkem, nekem nincs ezzel bajom. De sokokat igen, tehát vannak akiket úgy félelemmel tölt el, mondjuk idősebb polgártársaimat, felszállnak a metróra, és azért van ott mondjuk 4-5 ilyen burkás nő, furi. Tehát azt mondom, én nem félek, engem nem zavar, de valahogy furcsa. És van, akikben ugye félelmeket gerjeszt, látják a hírekben a terrorizmust, állandó veszély, ugye most megint Belgium hihetetlen, hogy milyen készültség van, mert oda küldtek valakit az iszlám államtól, hogy koordináljon megint nagyon komoly támadásokat, hasonlóak, amik voltak mondjuk a brüsszeli reptér ellen elkövetve, vagy pedig amilyennek Párizsba.
tehát egy magas rangú AS, hát azt mondom, ügynök, nevezzük így, már Belgiumban van, és valószínűleg készülnek valamire. Tehát igazából rossz a tendencia, az ember úgy furcsa, már nem érzi magát úgy a saját városába otthon. Nekem is volt például a foci EB alatt, úgy egy barátommal együtt néztük a meccset Berlinbe, és utána hazaindultam, hát ittunk is, nem keveset, sokat, valljuk be, ugye sör, virsli, másfél óra. És megyek haza, és akkor látom, hogy ott áll egy, hát olyan 10-12 migráns, és úgy nem éreztem jól magam, hogy kijöttem a gyorsvasút megállóvonalon. Itt vagyok egyedül, elég részegen, fegyver sincs nálam, mondom, ha ezek most engem elkapnak, akkor itt a vége, fuss el vélem. De nem is törődtek velem, tehát közel értem, hallottam ők is, hogy a fociról beszélgettek, csak az emberben már úgy benne van egy ilyen félelem, hogy sokan vannak, én egyedül, akarnak-e valamit, nem, csak így. Tehát igazából nem jó érzés. Ugye paralel társadalmak, vagy párhuzamos társadalmak, rengeteget hallunk róluk. Berlin-Kreuzberg, ott készült a fotó. Igazából vannak olyan kerületek, ahol a lakosságnak vagy 90%-a már migrációs hátterű, valamelyik muszlim országból, ugye Németországban, nagyrészt Törökországból. Vendégmunkásként érkeztek, ugye amikor Adenauerék úgy agyaltak, hogy honnan kellene vendégmunkásokat hozni, mert hát ugye a német férfiak színeje az ott maradt a II. Világháborúban a fronton, vagy rokkantan érkezett haza, és akkor először szóba került ugye Magyarország, szóba került Csehszlovákia, de mivel 48-ból ugye legörült a vasfüggöny, tehát a szovjetek nem engedtek ki senkit az országból, akkor ugye kellett keresgélni, hogy kik legyenek, szóba került Mexikó, onnan nem sokan jöttek, mert azért a berlini időjárás az a kellemes 17 fok, és a szitáló eső júliusban az azért annyira nem flash. Tehát maradtak igazából a törökök, akik szívesen jöttek, mert szövetségesek voltak ugye mind a két világháborúban, és tök jó is volt, mert volt rengeteg munka, olcsó nagy lakások ugye az erősödett munkáskerületekben, csak ebből alakultak ki ugye a paralel társadalmak, hogy igazából maguk között éltek, csúnya szóval elgettósodtak. Ugye a gyárból dolgoztak, csak törökül beszéltek, otthon a családdal szintén törökül, akkor még ugye repülővel hozták minden nap például a török újságokat, ma török sajtó nagy részét, tehát a ilyen nevesebb napilapokat, például a Hürriyet vagy a Cumhuriyet, azokat Németországban nyomják, már megjön a Léjó Törökországból, a kiadóból is, reggel 6-kor már bármelyik föld alatti megállóba, ott a török polgártársak vehetik az újságaikat, de ugyanúgy a heti magazinok, mint Gála vagy valamilyen celeb magazinok ugyanúgy megvannak. Ugye értelemszerűen kábel, tévé vagy műholdas adó nézhetik a Haberlert, ugye a török híradót, meg a török filmeket. És ez probléma, mert egy kisgyerek mondjuk felnől otthon egy családba, védett környezetbe, szereti, persze, miért nált a gyermekük, csak nem beszél vele senki németül. És mikor bekerül mondjuk az első általánosba, akkor ott áll szegény srác, és hát mond neki valamit a tanítónéni, nem érti, mondanak valamit neki ott a kis osztálytársai, azt se érti, azok azt hiszik, hogy gyökér, nem akar velük beszélni, kap egy maflást, ő visszaadja, tehát már kész is van igazából ezzel a konfliktus. És az a baj, hogy nem kötelezte például a német állam mondjuk a török vagy a más bevándorló szülőket, hogy mondjuk elküldjék a gyereküket egy óvodába, amelyik nyelvi óvoda, hogy megtanulják a nyelvet. Sőt, odáig ment, hogy igazából rengeteg berlini, meg nagyvárosi óvodába szinte már csak török gyerekek jártak, és azt vették észre a szülők, de ez halálcuki sztori, hogy elkezd a német csemetéjük törökül beszélni. Mondta egy német anyuka, hogy a 4 éves kislánya hazament, és akkor Anne, messze szűn, anyu, hogy vagy? Hát mondta neki, ilyen a hamdorilag, csak tessék üredelim. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy hát milyen nyelvet beszélsz, hát mondta, hogy törökül. És ez több szülő úgy felhozta így szülő értekezleten, hogy hát valószínűleg úgy nem túl jó, mert elkezdtek például, de tök aranyosak különben a nevelőnők, meg az óvónők, elkezdtek magánszorgalomból esti iskolába törökül tanulni, hogy jobban megértessék magukat a török gyerekekkel. Tehát igazából több pozitív mondták, megtanulunk törökül, tudunk velük beszélni, mert ők ugye csak a török nyelvet hozzák magukkal, de ez ahhoz vezetett, hogy igazából kicsit céltévesztett a dolog, és a német gyerekek kezdtek el törökül beszélni, ami alapjáraton tetszett is neki, mert nekem is, én is szeretem, mert egy csodaszép nyelv, meg remek irodalmuk van, csodálatos verseik vannak, Nazim Hikmettől például, csak azért egy német óvodában, meg német iskolában azért legyen a német nyelv a kötelező. Én ezért is választottam kétszer Angela Merkelt kancellárnak, tehát én nagyon elkötelezett CDU-CSU választó voltam, egész családom, tehát igazából generációk óta ezt a polgári középvonalat képviseljük, tehát én nem szeretnék se jobbra, Isten őrizen, se pedig balra választani, tehát semmiképpen én ezt a vonalat szeretem, mint Magyarországon, amit a Fidesz is képvisel, tehát mint itt
nem, vagy még inkább azt mondom, még nem szavazó polgár, remélem azért leszek. Tehát ezt a vonalat szeretném tovább képviselni. És az a baj, hogy Merkel azt mondta, hogy akkor még mikor követelte például Erdogan évekkel ezelőtt, hogy miért nincsenek török nyelvű iskolák Németországban, hát mondta. Sosem lesznek, mindenki tanulhat ingyen, egy buznyákban nem kerül Németországba az oktatás, de németül. Egyetemeken ugye más vagy fősulikon az első év az természetesen lehet angolul, de utána váltani kell második, tehát a harmadik szemesztert már németül kell elkezdeni, de mondja, hogy török nyelvű iskolák nem lesznek. Meg pont ő mondta ki, hogy megbukott a multikulturális társadalom, mert nem követeltük meg alapoktól azt, hogy az emberek jobban integrálódjanak, hogy maguknak tekintsék a demokratikus értékeket, megtanulják a nyelvet. Hát a nyelv igazából az alfája és omegája mindennek. Tehát én egy más országban szeretnék élni, és nem tanulom meg annak az országnak a nyelvét, lemaradok mindenről. Nem lesznek barátaim, nem lesz olyan jó munkám, és akkor valahogy úgy hoppon maradtam, akkor csatlakozok ugye a saját népcsoportomhoz, onnan jövök, mondjuk kurd vagyok, és utána elkezdem majd szidni a németeket, hogy ezek milyen szemetek. Ez most megtörténik, alapult ez a németországi törökök alapítottak egy pártot, az ADD, Allianz Deutsche Demokraten, Német Demokraták Szövetsége, elég folyik, mert csak törökök vannak benne, de hát nagy részük ugye már német állampolgár, több millióan, és ott olvasom, hogy figyelemmel kísérem a Facebook oldalukat, és ilyet ír egy srác, hogy hát nekem Németországban az egész életem egy pokol. És akkor egy német csaj odaért, hogy miért öcsi, mert megpusztak minden tárgyból is, nem tanultál, és mondjuk nem lett belőled semmi, hát ezért csak magadat okold. És sajnos ebben van valami, tehát így megint visszaveszem a rendőr állarcomat, és azt mondom, hogy láttam török barátaimnál, vagy őrizetbe vett fiataloknál, hogy nagyon sokan tényleg 15-16 évesen otthagyják az iskolát. Jön egy bűnözői karrier, aztán van egy olyan 20-21 évesen, amikor a fater elkalapálja a gyereket, így volt Hákán barátomnál is. Mondjuk ők szerencsések, meg van pénzük és több éttermük, és megmondta, fiam, ez az étterem mától a tied, és most vagy dolgozol itt, vagy minden nap elverünk. Aztán hát mondta, na jó, azért a sok pénz sem annyira rossz, meg egy nagy Mercedes elkezdett dolgozni, most már neki is van három étterme, úgyhogy nem volt egy hülye gyerek, csak örökké konfliktusba került a törvénnyel. Tehát én ismertem az egész családot, illetve ismerem, és mindig az ott, hogy verekedett, valakit combon szúrt, és mondom, hülye vagy, miért szúrtad meg? Mert náci volt, de mondom, miért bőrfejű volt, volt rajta valami, ez Hitler bajusz, így jött. Hát nem, de náci volt, hát mondom, csezd meg, most bevándorolsz megint fél évre. De szerencsére aztán helyre rakták az agyát, de nagyon sokat sajnos nem sikerül. Elindul ugye egy börtönkarrier, mint ahogy láttuk például a terroristáknál is. Tehát az a baj, hogy minden terrorista, vagy az a jó benne, olyan egyszerűek, mint ez a homokozó szett, ilyen van ilyen kis cica, nyuszi, csillag, meg mit tudom én, és úgy bele tudod rakni a terroristát. Azt látod, hogy általában nem integrálódott, nagyon rosszul beszéli a nyelvet, általában ott hagyta olyan tizedik osztály körül a sulit, jött az a bűnözői karrier, többször ült már börtönbe, a börtönben radikalizálták, tehát szinte minden francia, német, brit vagy belga börtönben vannak ilyen saját magukat kinevezett vallási oktatók, akiknek kb. Annyi közük van az iszlámhoz vagy a valláshoz, mint nekem. És ezeket az embereket beszervezik. Átmegy egy agymosáson, hogy látod, itt vagy, de ez nem a te hibád, gyűlölnek téged a franciák, félnek tőle, te külön vagy, mert te egy muszlim vagy, te Allah katonája lehetsz, és ugye ülnek ott a sitten, és folyton ezt hallgatja, és egy idő múlva úgy megváltozik a testtartása, kihúzom magát, Allah katonája vagyok. Meg fogom bosszulni, hogy ezek így bántak velem. Hogy bántak vele se, hogy magának köszönheti az egész szarságot. De mindegy, és kijön, és képes lesz arra, hogy ugye kvázi a saját hazája ellen forduljon, hiszen a legtöbbük francia, belga vagy brit állampolgár, ugye londoni robbantások 8 évvel ezelőtt brit állampolgárok követték el. Tehát megvan ez a séma, és sajnos mind ugyanerre a srófra járnak ezek az emberek. Tehát az, hogy ezek a párhuzamos társadalmak, itt csúszkálunk egymás mellett, de nincs igazából csatlakozási pont. Nekem is volt például, mert azért valljuk be, azért a török lányok között vannak gyönyörűek. Én nem nézem a szülemát, de biztos vannak benne jó csajok. Vannak? Nem tudom, mert hogy nézem kéne. Na mindegy, tehát egyszer volt egy ejtőernyős balesetem, nagyon csúnyán nézek ki a térdem, tehát mint egy ilyen puzzle, amiben ugye a rossz fiú belerugott. Na mindegy, összerakták, és volt egy nagyon csinos műtős nő, akivel utána mondtam, hogy dondurva, hogy fagyizunk együtt. Jó, na elmentünk, aztán elkezdtünk úgy járogatni, és hiába ott született, hiába végzett egészségügyi főiskolát, a családja oly mértékben ellene volt a kapcsolatunknak, hogy megfenyegettek mind a kettőnket életveszélyesen, elég komolyan is kellett venni, tehát na mindegy.
Lényeg az, hogy rávaló tekintettel, én azért nem vagyok olyan túl félénk, befejeztük ezt a kapcsolatot, tehát volt még egy hasonló eset, tehát próbálkoztam, mert én nagyon szép lányok vannak keleten, de valahogy a család mindig beleszólt, és sajnos évente történik 4-5 ilyen úgymond becsületgyilkosság is az országban. Múltkor például egy 19 éves pakisztáni lányt öltek meg a saját szülei, mert rájöttek, hogy egy német sráccal van kapcsolata. Átkutatták a lánynak a táskáját is, találtak egy csomag óvszert is, és erre úgy döntöttek, hogy megölik a lányt, az apja lefogta, az anyja megfojtotta egy párnával, és utána kidobták egy szemetes konténerbe a holttestét. Tehát azt mondom, hogy igazából ez már nem is akarok mit hozzáfűzni. Berlin Kreuzberg ez is, utcakép hoztam nektek. Hát, már ugye kevésbé Németország. Régen flash volt, régen imádtam, fiatalkoromban gimis voltam, fölpattantam mindig szombat reggel a bringára, és átbringáztam Isztambulba. Képletesen mondom, Kreuzberg ott volt egy rohadt jó piac, nagyon jó kebabot lehetett kapni, friss gyümölcsöt, meg minden, és tök jó arcok voltak az emberek. Csak az a baj, hogy ez is elmúlt. Tehát annyira az a baj, hogy a radikális iszlám úgy rátette azt mondom inkább a mancsát ezekre az emberekre, hogy amíg régen úgy közel-keletre is, tehát gyerekkorom óta utazom, azt azért is imádtam, a szülőmény rengeteg helyre vittek, hogy lássak világot, így kinyíljon a szemem meg minden, tehát örök hálám érte. Meg 16 évesen már rám adtak egy hátizsákot, 2 hónap nyaralás, hogy menj, láss világot, azt mentem. Úgyhogy igazából tök jó dolog volt, de elkezdtek az emberek ott is radikalizálódni. Tehát volt olyan, hogy nem akartak kiszolgálni. Vagy olyan, hogy például mondta nekem a csókot, pár narancsot válogattam éppen, hogy mikor utoljára ott vásároltam Kreuzbergben, hogy téged el fog vinni az ördög. Hát mondom, komám, azt én is tudom, mert van egy előéletem. De mondom, szerinted miért? Hát azért, mert nem vagy muszlim. Hát akkor vedd vissza a narancsait, add el egy muszlimnak, mondom. De hát tök rosszul esett amúgy a dolog, de volt, hogy halas nem akart kiszolgálni, én csak muszlimoknak adok el halat. Jó, beszélem a nyelvüket, ismerem a Korán, tényleg 7 évet foglalkoztam vele, voltam az Azhar Egyetemen direkt azért, hogy kicsit elmélyedjek az iszlámban, mint vallásba, aminek semmi köze az iszlám államhoz, tehát abszolút nincs. Tehát ezért nem szeretem az iszlamofóbiát, mert ezek az emberek igazából nem vallásosak. Tehát én mindig azt mondom, aki terrorista, ártatlan embereket től, az egy pszichopata. Azt, ha nem nevezi magát az iszlám állam katonájának, akkor egyszerűen köztörvényes bűnöző lenne, aki nem tudom, prostituáltakat belezne ki egy kamion parkolóba, de akkor sem lenne a társadalom egészséges tagja. De az a baj, hogy itt is az emberek erre már úgy tekintenek, hogy te nem vagy közénk való, úgy te német vagy, német itt ne vásárolj, menj máshol, menj Kúdám, tehát az ilyen fancy bevásárló rész, mint mondjuk az Andrássy út Budapesten, és úgy már nem jártunk át szívesen, úgy barátok is, ne menjünk oda, hagyjuk a francba, lemegyünk a spárba, ott sem olyan rossz a gyümölcs, aztán ez még jobban, ezt az ellentétet igazából úgy kihozta köztünk, hogy most már úgy még kevésbé keveredünk egymással. Tehát vannak ezek a no-go zónák, oda rendőröket is már csak úgy lehetett beküldeni, hogy speciális taktikai felszerelésbe. Pont itt Kreuzbergben volt egyszer, hogy volt egy akciónk is, ilyen járólapokat dobáltak ránk a harmadik emeletről. Az valakit eltalálhat, ott már nem segít egy aspirin, vagy ilyen algoflex, vagy valami, vagy kenegethetnél magam ilyen mindenféle cuccal. Nem. Ilyen is előfordul néha, hogy így demonstrálják a hatalmukat. Azt mondták, hogy nem fértek be a meccsetekbe pénteken. Azért van egy pár meccset Berlin, mert azért ismerem őket. Csak igazából demonstrálni akarták, hogy ők vannak többen, ők vannak otthon. Tehát ez a baj igazából ezekkel az emberekkel, nem mondom, hogy muszlimok, hanem akik így ránk akarják erőltetni a saját kultúrájukat. Tehát nem az, hogy éljünk egymással, hanem mi vagyunk a jobbak, mert mi muszlimok vagyunk. De nagyon jó, egyszer Libanonban beszélgettem az amerikai egyetemen egy vallásoktatóval, és akkor mondta neki, hogy te katona vagy, te meg fogod érteni az iszlámot. És én igazából onnan csupa fül vagyok, azért is vagyok itt. És mondta nekem ott a hadzsi, egy fiatal ember volt, de rendkívül okos, hogy melyik parancs van érvényben a hadseregnél. Hát mondom, természetesen az utolsó, mondja. Na látod, volt az Ószövetség, volt az Újszövetség, jött az iszlám. Allah utolsó parancsa. Hát komolyan, én nem tudtam mit hozzáfűzni, mondom, ez make sense, tehát ebben van valami. És ők ezt tényleg úgy látják, tehát igazából, hogyha beszélek nem terroristákkal, hanem emberekkel, akik valóban hithű muszlimok, akik értik, érzik, megélik a vallást, ők azt mondják, ami a Koránban is van, tehát Koránban az van, hogy mind a zsidók, mind pedig a keresztények, tehát a jahudi, a meszihia, tehát zsidók és keresztények, el nász el kitab, a könyv emberei. Tehát egy hitünk van, egy monoteisztikus vallásban hiszünk, nincs köztünk különbség.
Elismerik ugye Jézus nem, mint Isten fiát, tehát hiászdei az nincs az iszlámban, de viszont elismerik, mint nagyon fontos prófétát. Ugyanúgy a 10 parancsolatot más formában megtalálják. Tehát ők azt mondják, hogy igazából semmi bajunk velünk, meg sehol nem áll a Koránba az, hogy valakinek vágjuk le a fejét, öljük meg egy 85 éves papot. Tehát ilyennel nem találkozunk. Csak azokkal az embereket, akikkel félrevezetnek valamilyen célokból, vagy akik eleve radikális eszmékkel jönnek közénk, és megpróbálják valahogy megfélelmíteni a lakosságot, ugye akkor kiadta azt a rendőri vezetés, hogy ne eszkalálódjon a helyzet, hagyjuk, fél óra imádkoznak, hazamennek, így is volt, de ugye akik ott laktak, meg látták ezt a szenáriót, azt mondták, hogy fú, van erre nekünk szükségünk? Szóval félelmeket kelt ez a fajta viselkedés bennünk egyszerű németekben. Na, csöppet sem szimpatikus fiatal embereket hoztam nektek. Ők kitalálták Wuppertalban, hogy ők a sharia rendőrség. Ugye mit csináltak a Wuppertalig? Az különben egy német csóka ott középen, tehát ne tévesszem meg a szakáll, csak jól áll neki. De elérte, hogy hülye nadrág van rajta, ezt mindig utáltam, az ilyen bermuda, vagy valamiért igazából nem is tudom, normális ember nem hord. Na mindegy. Lényeg az, hogy vagy legyen short, vagy legyen hosszú. Részletkérdés. Tehát kitalálták, hogy ilyen sharia rendőrséget alapítanak, aminek az a lényege, hogy az muszlim bevándorlók által sűrűnak ott városrészekbe. Hát ugye mi van Németországban, rengeteg kocsma, kiülünk, sör, vízsli, hogy már említettem, egyszerű bajor paraszt családból származom, tehát mi így toljuk, de ez így van jól. És hogy kiverték az emberek kezéből a sörös korsót, meg a cigarettát, ha valaki dohányzott, hogy takarodjatok innen, ez a mi kerületünk, menjél egy német városrészbe. És azért, hogy hoppá, állok, ott nézem Krause Pumpe, vagy valahol hívják a Krimót, hát azért ez még mindig Németország, nézem a GPS-t, stimmel, Deutschland, Wuppertal, azt jelzi. De ők azt mondták, hogy ott már ott ilyen sokan vannak, hogy itt most már a sharia van érvényben. Na, wuppertali kollégák gyors begyűjtötték ezeket a fickókat, vitték a kádi elé, és hát az államügyész úgy néz, bólogat, mondja, hát igazából nem is követtek el bűncselekményt. Na, mondták akkor, hogy lett rá annyira, hogy sharia polisz, és ugye hát én se vettek föl itt mondjuk Magyarországon egy policáj vagy egy tech feliratú pólót, mert nem vagyok tagja a szervezeteknek, és hivatalon való visszaélés lenne. De mondja államügyész úr, hát de az van rajta, hogy polisz, nem policáj. Tehát nem történt visszaélés azzal, hogy valaki rendőrnek adja ki magát, és elengedte őket. Aztán mentek a meccsetbe, és csináltak egy selfit, és felrakták a Facebook oldalukra, hogy wir leben noch. Szóval ilyen gondok vannak. Ez is tök uncsi, hogyha valaki megnézi ezt majd YouTube-on, mondja, ez a spötle egy gyökér, mert mindig ugyanazokat a sztorikat meséli. De hát ez most olyan, mint az angol beteg, hát ha valaki többször megnézi, a sztori nem változik. Gyerekkorban mindig hittem, hogy most más lesz a vége, hogy most nem hal meg a főhős vagy most. Mégse jön össze a jó csajjal, az szabad marad, aztán majd egyszer valahogy találkozom be a Hollywoodba, és az enyém lesz. Tehát így gondolkozik az ember mondjuk 7 évesen. Na jó, szóval elmesélem a sztorit. Hattyúdalom az Afganisztánban volt, 2005-től 2007-ig még szolgáltam tartalékos katonaként, kint 2 évet. És én nem tudom, én jól éltem meg, lehet, hogy én vagyok furi, én emberekkel barátkoztam, vannak, akik mai napig például haverjaim, netezünk, csetelünk, küldünk fotókat egymásnak, mert mindent tök jól el vagyunk. Tehát pozitív élményekkel rengeteg fotót készítettem, rengeteget beszélgettem emberekkel, és egyszer volt, hogy egy bazi forró nap volt, életem legmelegebb napja volt, nem olyan értelemben, hanem 52 fok volt. Fönt egy ilyen fensíkon, tehát az, amikor már egy olvad lerólad a kevlár, és csak arra gondolsz, ha vége a járőrnek, akkor bemész a távolba, és iszol egy jéghideg helyneken, vagy 2-t, vagy 3-at, és állsz az uhany alatt. És akkor ez úgy tartja benned a lelket. Na, összeakadtunk ilyen nagyon jópofa kisrácokkal, mentek ilyen iskola táskával, és integettek, visszaintegettünk, elkezdtünk dumálni. Szóval volt ott egy ilyen roscsont kinézetű srác, és akkor kérdezte tőlem, hogy Mister, van nálad valami magazin? Hát mondom, akad, de szegény, megszívtam el, egy ilyen Fókusz nevű politikai magazin volt csak. Az lett volna, csak én hülye gyerek, úgy tudtam már csak menni, hogy Pakisztánon keresztül utaztam be, oda meg tilos bármiféle. Hát azt mondom, Playboy igazából nem pornografikus, de hát semmilyen olyan újságot nem vihetsz be, ami mondjuk fedetlenkedő nők is vannak, mert akár őrizetben is vehetnek téged érte a hatóságok. Ugye pakisztáni iszlám állam, tehát tilos bevinni teljesen. Oké, vettem egy Fókuszt, olvasgattam, aztán már akkor jöttem vissza pont Szabiról, és odaadtam a srácnak, hogy azért érezze a törődést, nem mondja, olyan gyökér sajnál tőlem, ami lapot, aztán lapozgatja, ó, Merkel, úristen, Steinmeier, meg a többiek, tehát ott egész politika benne volt. Na, végül talált egy képet, bikinis röplabdázott csajokkal, így a TUI utazási irodának a reklámfotóját.
aztán mondott, nagy vigyorogva mutatta a többieknek, hogy beszéltek, hogy én arabul beszéltem, de sajnos a pastut azt nem értem, de akkor kérdeztem, egész jól beszélt angolul a srác, hogy mi van, és mondja, ezt mondták nekünk a mecsetben, ezt mondta nekünk a muellim, hogy minden európai nő prostituált. Hát mondom, nehogy már öcskös, az elég szörnyű lenne, van barátnőm is. Pont akkor csalt meg, mondjuk, amikor kint voltam Afganisztánban, az kínos volt. Jött egy olyan éles váltás, nem esett túl jól, őszintén fú, úgy fölhív, hát úgy döntöttem, hogy tovább lépek. Na mindegy. Akkor ott tartottunk, hogy akkor hát mondjam, ez nem így van, mert azért ez nálunk teljesen normális, hogy így kimennek lányok a standra. Akkor elkezdett magyarázni a srácnak, hogy mi az a strand, nem tudták. Tehát fenn az afgán hegyekben magyarázd el nekik, hogy milyen a tengerpart. Rohadt nehéz. Tehát tényleg szegény emberek az egész életüket ott töltik le. Tehát vannak családok, akik évszázadok óta ott élnek mondjuk egy kis településen. És nem mennek el, mert minek mennének hova, nincs is pénzük rá, ott vannak az állatkáik, ott van a családjuk, ott van az életük középpontja. Most jó, elmehetnének mondjuk, nem tudom, Jalalabadba, hanem el is mennek, vesznek valamit, szükségük van, hogy motorra, bringára, erre, arra, de úgy nem csinálnak nagyobb utazásokat. És ha azt mondják neki, hogy az európai nők ugye mindenre kaphatóak, ők ezt elhiszik. Az olyan, jártam Észak-Koreába is, és ott tök jó volt, ott két tévécsatorna van, az egyiken mindig mondják, hogy az aktuális Kim éppen mit csinál, gyárat avat, gyerekeket simogat, néz valamerre bele a távolba, robbantják az atombombát, pont most tegnap. A másik pedig csak este van a kettes csatorna, mert este 8-tól 10-ig szappanoperákat adnak. De a halált cuki különben úgy néztem, és tök jó volt, hogy munkás és munkásnő úgy dolgoznak a gyárba ezerre, utána úgy nézik egymást, összemosolyognak, utána kéz a kézbe sétálnak valami réten, és akkor megjelenik valamelyik Kimnek a kép, mint egy olyan szellem. Több kísértetés, de valahogy mégiscsak aranyos és nagy szerelem, és másnap együtt dolgoznak és gyártják a csavarokat, vagy akármit. És van még egy újságuk, ami körülbelül, hát nem tudom, koreai, de ugyanaz, tehát ilyen politikai események vannak benne, egy áravatás, minden, épülünk, szépülünk, vagy gúnyrajzok amerikaiakról. Na, lényeg az, hogy hát ott sem nagyon tudják, mi történik a világban. Tehát most úgy észak-koreai vezetés ugye azt mondja, hogy megnyertük mondjuk a foci EB-t, hát az emberek, nem jön máshonnan info, nincs ugye internet, csak egy intranet van, tehát egy belső használatú. Nem lehet mobiltelefont bevinni az országba, tehát semmilyen electronic device, mindent le kellett adni, iPad-től kezdve mindent a reptéren Pyongyangban. Tehát ott valakinek azt mondott, hogy hát én vagyok a brunei szultán, az elhiszi, mert most miért ne hinné. Tehát embereket lehet annyira befolyásolni, hogyha nem kapsz megfelelő információt külföldről. Például, ja, lefordították, hogy olyan volt az újságban, hogy Franciaország meg Amerikában gyerekek éhen halnak az utcán, és milyen jó, hogy Kim Jong-un ellát minket megfelelő mennyiségű élelmiszerrel, és Csúcse éljen a párt. Tehát tök érdekes volt, egy nagyon tanulságos és nagyon érdekes út volt, és ott is igazából elég remek embereket ismertem meg az egyetemen, tehát igazából tényleg nagyon jó fejek. A diákok ugyanolyanok mindenütt, tehát most Észak-Koreában vagy itt, Berlinben, Hamburgban, tök mindegy, általában az egyetemisták jó arcok. Csak ha úgy szocializálódsz, hogy nem tudsz dolgokat, vagy félremagyaráznak neked dolgokat, vagy célzottan hazudnak neked mondjuk vallási vezetők, és te azt elhiszed, akkor így fogsz bánni a nőkkel. Nem akarom mondani, hogy milyen ocsmány módon próbálnak ismerkedni lányokkal, tehát én oda megyek, mondom, hello, Georg vagyok, dondurma, tehát fagyi törökül, nagyon itt magyarul mondom fagyi, nem, most nem mondom, mert barátnőm, akkor tudjuk, TRX-ezik nagyon elkalapálna, tehát már nem tehetem. De bemutatkoztam, azt oda mentem a lányhoz, aztán vagy azt mondta, hogy na húzz előreg, vagy pedig azt, hogy ja, oké, fagyizunk, meg dumáljunk egyet, azt hát, ha lesz belőle valami, jelen esetben lett, most már pont 10 éve volt, hogy meghívtam egy fagyira, úgyhogy működik a dolog. Tehát lehet viszonylag kulturáltan ismerkedni, de ott oda mennek, például láttam én magam is így föld alattiba, hogy úgy, azt hiszem talán arab volt, nem tudom, oda, látott egy német lányt, oda ment hozzá, és úgy megmondta, hogy mit szeretne vele csinálni. Úgy néztem, mondom, atya ég, a srác merész, mi lesz ebből? A csaj leüvöltötte az arcát, én elég nagy darab szőke csaj volt, és látszott olyan belevaló. Srác azt már nem értette, hogy mit, csak ugye a nemet azt igen, hogy egy nagyon nagy kosarat kapott valószínűséggel. Aztán még ott valamit motyogott egy két disznóságot, aztán szerencsére odébb állt. De így próbálkoznak, és ugye valószínűleg ez a lány is egy kölni bevásárlóközpontban lett készítve ez a fotó, és ott nekiestek a lánynak is, elkezdték a haját rángatni, össze-vissza ütötték, amíg nem jöttek a biztonságok, és ki nem elmentették a szerencsétlent. Ez egy másik biztonsági kamera felvétel, szintén egy bevásárlóközpontban, ott is gondolom a lány
nemet mondott, vagy nem akart reagálni arra az ocsmánságra, amit mondtak neki, és egyszerűen így a szájában lévő üdítőt, vagy vizet, vagy bármit így ráköpött. Nagyon nagy probléma, tehát olyan is van, hogy 9-10 éves kislányokat zaklatnak standokon. Például családom egy része az Memmingenben, aki Bajorországon van, és ott is például standigazgató az unokatesóm, és ő is mondta, hogy brutális, hogy mi folyik, tehát ő már nem enged be migránsokat a strandjára. Illetve állami stand, nem mondta, hogy ő nem, mert ott is gyerekeket zaklattak, kezdtek elmaradni a vendégek, tehát azt lehetett látni, hogy nem jönnek se gyerekek, se felnőttek, félnek. Ugye szülők is féltették a gyereküket. Sajnos Berlinben is megvan, hogy van egy kis strand, ami már szabályszerűen a migránsok kezén van. Tehát nem mer senki oda kimenni, mert olyan feszültség van. Küldtek most oda ugye járőrözni kollégákat egyenruhában. Az picit javította a szinten, de az a baj, ugye, hogy a strand meg megy tönkre, mert a migránsok bemehetnek ingyen ezzel a migrációs kártyával, amit kapnak. De ugye bevétel ebből nincs, mert visznek egy kis ásványvizet, kólát, kaját magukkal, tehát nem is vásárolnak, tehát a standbüfé, meg maga a stand is ugye abból él, hogy emberek fizetik azt a, nem tudom, 5-10 eurót, attól függ, hol van. Tehát ez elmarad, úgyhogy ez komoly problémákat jelent. Ugyanúgy a wifi. Mesélték barátok, akik például a McDonald's-nél dolgoznak Berlinbe, hogy beültek, ugye, mert ott van free wifi, és akkor egész nap ott ültek egy kólával, és skype-oltak Szíriával, Irakkal, Afganisztánnal, whatever. És féltek bemenni az emberek, mert látták 30-40 migráns ott ül be, hát inkább ne menjünk be, és olyan forgalomkiesés volt, hogy valami brutális. És akkor volt egy-két neki, meg egy-két étterem, aki kiírta, hogy közel-keleti személyek maximálisan 20 percet töltetnek benn. Fú, erre a liberálisokat rögtön ugye, ha a misoda egy náci helyezés, sajtó kiment, tévé kiment, minden. És hát mondta tulajdonképpen az ékszerem, mire nézzenek be, 20 euró volt a napi bevételem, és viszont mitten 500-ba kerül per nap a bérleti díj, úgyhogy nem volt egy nagy díl, tehát ilyen gondokkal kell hosszú távon megküzdeni egy országnak, amelyik beenged szűretlenül migránsokat nagyon nagy számban. Ugye kicsit a terrorizmusról lehet látni, hogy Misalla gyilkoltak, ugye, hogy a szegény papbácsit megölték, felesküdtek ugye az iszlám államnak a zászlajára, ami hitük szerint Mohamednek, a prófétának a pecsétje. Ugye az iszlám, hogy a legfontosabb részt, a shahadát, a hitvallás lehet olvasni benne, hogy illahu illallah, nincs más Isten Allahon kívül, va eshedu enne, és hiszek benne Mohamed Rasulullah. Tehát valaki ezt mondjuk háromszor elmondja egy mecsetbe tanúk előtt, az már csatlakozhat is az iszlám államhoz. Robbanthat, jön a 72 szűz, tök jó. Ne próbáljátok ki, komolyan, nem. De szóval viccet félre, tehát ez a két gyökér, ugyanígy ilyen börtönviselt, 19 és 23 éves volt, azt hiszem a másik, francia állampolgárok voltak, semmihez nem értettek az életbe, abbahagyták az iskolát, kis stílű bűnözők voltak, és akartak valami értelmet adni az életüknek. Sikerült, meggyilkolták ezt a szegény öreg bácsit, függetlenül attól, hogy pap volt vagy nem. És pont azt az embert, aki nagyon sokat tett a migránsokért, gyűjtésszervezett nekik, ruhákat, élelmiszert osztott. Úgyhogy hát csak gratulálni tudunk, ugye tényleg beilleszkedett emberek. Ansbach, öngyilkos merénylet. Át kell írnom a szlájdot, kiderült, hogy nem volt öngyilkos merénylet, hanem valószínűleg a mobiltelefon robbantotta föl a zenei fesztiválon a fickót, szerencsére, csak őt. Mondjuk sajnos 11 súlyos sérült is volt, ugye nagyon sok ember például szembe világát elvesztette ott a repeszektől, akik a közelben álltak. Segített az NSA, az Egyesült Államokból, a National Security Agency, az amerikai titkosszolgálat, visszafejteni a csetelését, amit az okostelefonján folytatott ez a szír menedékkérő, és le kellett volna tenni a város két pontján két hátizsákot szögbombával. Tehát házi készítőszű robbananyagszögek vannak benne, tehát ugye azok szétrepülnek, mint a repeszek, vagy mint egy lőszer, mondjuk ugyan a hatás fejt ki. Nem engedték be a zenei fesztiválra, erre kért egy app segítségével kommunikált velük, ugye instrukciót, hogy most mit csináljon, nem engednek be a fesztiválra. Gyanús volt valamiért a fickó a biztonsági őröknek, jegyese volt, felsajánlották neki, hogy vegyen, vagy úgyis mindjárt vége a bulinak, gyere be koma ingyen. Nem, elzavarták őt, és akkor gondolom megmondták, hogy hova tegye le ezt a bombát, de abban a pillanatban valószínűleg a telefonnak a jelére felrobbant a bomba. Aztán a terrorista már nem van. Ő volt a fickó, ő is szírmenedékkérőként érkezett, és kérdőlt, hogy az iszlám állam direkt olyan céllal küldte ide. Megtanították neki, hogy kell házilag bombát gyártani, és hogy minél több németet sírba vigyem. Ugye szírrel követő Reutlingenben, ez az idióta meg beleszeretett egy
hát nála jóval idősebb nő volt, 40-valahány éves lengyel nő, aki ráadásul a negyedik hónapban terhes is volt, és egy kebabozóban dolgozott Reutlingen városában. A nő visszautasította, mondván, hát koma férjem van, meg egyáltalán nem. És akkor hát mit tesz ilyenkor egy gentleman, bemegy a gazdaboltba, vesz egy bozótvágót és megöli a nőt, legalábbis úgy gondolta, ezt kell tenni. Tehát megölt egy terhes nőt csak azért, mert visszautasították, és a macsizmóján ez akkora sérelmet okozott, hogy képes volt megölni valakit. München, 9 halott. Itt ugye mondták a német médiumok, elsőként úgy jött le, hogy összehangolt támadás van Németországban, 3 helyen lövöldöznek. Aztán ezt hogy mindig letompították, hogy csak egy helyen. Nagyon érdekes, mert ezt a fotót egy barátnőm készített, ő jogot tanul éppen a Müncheni Egyetemen, és elment a barátjával futócipőt venni. És látták, hogy hitten komandósokra hangálnak, lövések dörülnek, valaki összeesik, tehát lehet látni, hogy ott fekszik valaki a komandósok lábánál, ugye lehet látni, hogy véres is meg van lőve. De élt a fickó, mert utána rátettek egy ilyen gyors kötöző bilincset, és elvonszolták, tehát elvitték. De erről valahogy nem derült ki semmi, mert kaptam még egy másik kollégámtól egy videófelvételt, a Hofbräuhausnál is valaki 3-szor belelőtt a tömegbe, akik pánikszerűen menekültek a lövések zajától. Úgyhogy már furcsa dolgok történtek ott, meg láttam a kamerafelvételt, ugye az elkövető állítólag agyonlőtte magát. Tehát lehet látni, hogy a rendőrségi felvételeken értelmiszerűen nem hoztam semmilyen véres dolgot nektek, hogy balkezes volt az elkövető, ez a német-iráni kettős állampolgárságú srác. Csinált ugye egy fake Facebook profilt egy csinos fiatal lány képével, barátkozott emberekkel, majd ezeket az embereket odahívta McDonald's-be, mondván, hogy baráti találkozó, meghívja őket egy üccsire vagy valamire, és oda ment hozzájuk, majd célzottan fejlővésekkel végzett velük, köztük ugye egy magyar kisfiúval is. Egyik kollégám, ő ismeri is a családot, mivel szomszédok is borzasztó módon megviselte őket. Ugye egy roma család, egy nagyon dolgos, nagyon-nagyon rendes emberek voltak, és egyszerűen az édesapa nagyon nehezen teszi ezzel magától, szinte minden nap fölposztol, hogy a drága kisfiam mennyire hiányzol a Facebook profiljára. Tehát borzalmas tragédia játszódik le, valaki valakit elveszt egy terrortámadásban. És lényeg az, hogy tehát a srác balkezes volt, utána megkaptam a sisak felvételt hátulról, amikor fejbe lövi magát, és az volt az érdekes, hogy más ruházat volt rajta. Oké, valaki cserélhet pólót, mert koszos lesz, véres lett, beleizzadt, van rajta 2, álcázza magát, ugye, tehát mi is mikor tanultunk álcázás, legyen rajta több póló, leveszed már, megváltoztatod, baseball sapka föl valami. Nacival már macerásabb, de azt is ugye azért le lehet cserélni, mondjuk az ember beugrik egy WC-be, próbafülkébe, bárhova. De a cipő, tehát még a kiképzők mondták, ha valakit követtek, mindig nézzétek meg jól, milyen cipő van rajta. Átöltözik, fölrak egy szemüveget, gyors egy paróka, álbajusz egy mozdulattal, már elvesztett, főleg tömegben. A cipőt azt nem nagyon cserél, az macerás. Na, a srácon egész már cipő volt. Tehát amikor a Mekiben lövöldözött, fekete sneakers volt rajta, amikor fejbe lőtte magát, ugyanilyen Adidas, mint rajtam. Pff, rossz szó, men. Na mindegy. Na, ma voltam már a lőtéren, de nem történt tragédia, úgyhogy hordom tovább. Na, a lényeg az, hogy tehát a sisak kamera felvételén látszik, hogy a srác fejbe lövi magát, de jobb kézzel. Más cuccok vannak rajta, más cipő, más naci, és ott már jobbkezes. Úgyhogy itt egy kicsit úgy nekem is megrendült a bizalmam így a német médiumokban, meg a rendőrségi közleményekben, hogy nagyon sok embernek, tehát ez a magyar barátnőnk is, aki kint tanul, párja a Müncheni, szintén oda jár az egyetemre, ők is mondták, hogy ez rohadtul nem úgy történt, mert parázs lövöldözés volt München belvárosában, nagyon messze az olimpiai centrumtól, ahol ez a 19 éves srác lövöldözött. Másik kérdés, hogy elkapták ugye persze a fegyverkereskedőt, akitől vette. 4,500 eurót fizetett ezért a Glock 17-esért, ezért az osztrák rendőrségi pisztolyért. Ez durván 1000 euróba kerül, hogyha valaki megveszi például, hogy egy magyar fegyverüzletben rendelkezik megfelelő engedéllyel. Értelemszerűen a feketén beszerzett fegyverek ugye sokkal-sokkal drágábbak. És honnan volt ennek a 19 éves migránsrácnak 4,500 eurója? Hát nekem nincs. Tehát most nem tudnék ennyit előkapni hirtelen. Ugye ez is egy pakisztáni iszlám államharcos, szintén meredékkérőnek adta ki magát Afganisztánból, aztán az iszlám állam buktatta le, mert bemondták a valódi nevét ott a tévéjükben, meg az, hogy pakisztáni, és hogy direkt azért küldték Németországba, hogy németeket öljön. Neki is azt kellett volna csinálni, amit Nizzába, elkötni egy teherautót, embereket halálra gázolni, de ő is csetelt.
és mondta, hát én nem értek az autóvezetéshez, 17 éves vagyok, sosem vezettem, és akkor jött az instrukció, ott is vissza lett fejtve a cset, hogy akkor vásárolj egy baltát, vagy egy kés, szállj fel egy vonatra, és ölj meg olyan sok embert, amíg téged nem lőnek a rendőrök. Na, ez meg is történt, felszállt, és pont egy hongkongi családba botlott bele, szerencsétlenek körutazást tettek éppen Németországba. Nem ölte meg őket, de nagyon-nagyon súlyosan megsérültek, tehát agyi traumát szenvedtek, tényleg csoda, hogy életben maradtak. Az volt a szerencse, hogy egy taktikai tím ott volt a közelben, éppen egy nagy volumenű drogdealt igyekeztek ott lefedni, tehát őrizetbe venni drogdealereket, és ugye meghallották rádión, hogy terrortámadás történt, oda sprinteltek, körülbelül 400 méterre voltak, felszólították az elkövetőt, ugye, hogy tegye le a kés meg a baltát, nem tett neki eleget, hát ugye kiiktatták három célzott lövéssel. Ugye Nizza, nem is sokat kell sokat hozzáfűzni, itt is beleillik a gyerek a klisébe, börtönviselt, volt pizzafutártól kezdve, minden legutolsó melója az kamionsofőr volt, de okozott egy balesetet, mert elaludt, kirúgták, drog problémái voltak, pénze nem volt, csatlakozott az interneten az iszlám államhoz, és ők instruálták, hogy mivel tudsz kamiont vezetni, akkor ölj meg egy csomó embert vele. Ugye hosszú távon sem működik a beilleszkedés, ezt láttuk az Egyesült Államokban, hogy ott is hiába volt a fickó már amerikai állampolgár, bement egy meleg bárba Orlandóba, és lemészárolt több tucat embert. Megnéztem, ezek a képek a Facebook profiljáról vannak így az elkövetés után, és ugye feltűnő, hogy az NYPD-nek, a New York Police Department-nek a polóját viseli. Sejtettem, hogy rendőr akart lenni, de valamiért fennakadt a rostán. Hát valóban a pszichológiai teszteken elbukott, és elment fegyveres őrnek dolgozni egy biztonsági céghez. Hát jó választás volt is. Ő is gyilkolt, ugye, ő is igazából. Én azt mondom, ez nem is annyira terrortámadás volt, inkább egy kiterjesztett öngyilkosság. Ugye meg akart halni, konfliktusai voltak saját magával. Kiderült, hogy ő is meleg volt, ami igazából most miért baj, ha valaki úgy boldog, de ugye egy muzulmán családban ez bűnnek számít. Tehát gyűlölte saját magát igazából, tehát így a melegsége miatt. És akkor úgy döntött, hogy meghal, de magával visz egy csomó embert, és felesküdött interneten az iszlám államnak is, úgy követte el ezt a tettet. Ugye ő a foci elbi alatt gyilkolt meg egy rendőrtisztet és a feleségét a saját lakásukba. Szerencsére a 3 éves kisfiúkat nem tudta, nem tett benne kárt, mert a taktikai tím bement és kiiktatták őt is. Hát ugye Angela Merkel minden gond forrása. Tehát ilyet nem csinálhat egy politikus. Tehát gondoljatok bele, hogy azt mondja, hogy mindenki jöhet, mindenkit befogadunk, nincs felső határ. Ezek az emberek elhiszik. Tehát ez a fotó, ez elterjedt ugye a világhálón, ugye lehetett látni a keleti pályaudvar, vagy bárhol, ahol migránsok voltak, ez a fotó úgy bejárt minden. Plakátokat nyomtattak, soha volt írva, hogy Merkel az édesanyánk, Merkel vár minket, és mentek át határokon, minket Merkel hívott, mi megyünk. Tehát ez olyan, mondta, hogy szoktam ezzel viccelődni, hogyha Obama azt mondaná, hogy minden mexikóit, meg minden hiszpányot szeretettel várunk az Egyesült Államokba. Los Angeles lakossága szerintem 50 millióval megnőne egy nap alatt. Mennék Mexikóba, akkor nekem kéne ott játszanom a mariachit, megcsinálni a burritómat, és táncolnom egy szombreróba, hogyha akarok valami esti programot, mert mindenki átmenne. Megcsinált egy haverom, Merdogán. Szerintem tök jól áll neki, úgyhogy. Igazából a német válasz Conchita Wurstra, ő nem énekel, ő politizál. Hát inkább Conchita Wurst, ő nem csinált semmi gázt, a szám is jó volt, én neki drukkoltam, esküszöm, de Merkel valahogy el, ez az a baj Merkellel, hogy tényleg, akik hittünk benne, meg rászavaztunk, meg tényleg ezt a polgári középvonalat képviseljünk, ellopta tőlünk a politikai megnyilvánulást. Visszatérve a népszavazása, ami a legdemokratikusabb formája szerintem mindennek, azért egy nép megkérdezése nélkül nem lehet ilyet csinálni, hogy emberek millióit betelepíteni egy országba egy teljesen más kultúrából. Tehát ez abszolút nonsens, ha belegondolunk, hogy egy budapesti lakosság van most Németországban, egy külön város lehetne nekik építeni, Iszlámabad 2.0 vagy bármi. Tehát ilyet rohadtul nem lehet csinálni, még mindig jönnek így a szép lelkek, hogy jaj, hát humanitárius kötelességünk is. Volt egy nagyon aranyos néni múltkor Aszódon, és le is írta nekem ezt a gondolatot, tényleg halálédes volt ilyen 70 körül, hogy igazából az is humanitárius, és az a legemberibb, hogyha egy kormányfő úgy dönt, hogy megvédi a saját állampolgárait, megvédi az országnak az integritását, tehát ez humanitárius. Mert először szerintem minden politikus gondoljon a saját országára, a saját népére, a saját állampolgáraira.
utána nyújthatunk segítséget, meg gondolkodhatunk tovább. De szerintem ez egy nagyon-nagyon jó gondolat. Mondta, hogy nyugodtan lopja, mert mondom, nem lopom el, hanem idézni fogom, mert ez szerintem így korrekt. És ugye mindig fölteszem, hogy ott van az a rengeteg, azt hiszem 10-11 iszlám ország, akik ott vannak a közelben, tehát Szaudi Királyság, annyi pénzük van, te Atya Úristen, leselet szerintem még nincs, annyi nulla az világegyetemben. Ott van Kuwait, ott van Katar, ott van Bahrain, ott vannak az Egyesült Arab Emirátusok. Egy migráns nem akart oda menni. Érdekes. Ugyanaz a nyelv, ugyanaz a vallás, ugyanaz a kulturális kör, ugyanaz a klíma, másnap elmentek volna dolgozni, vagy harmadnap. Tehát nem lehet volna, hogy úristen, látok egy bikinis csajt, sokkot kapok. De valahogy ezt nem teszi fel senki a kérdés, hogy miért nem próbált az Európai Unió mondjuk ráhatni a Szaudi Királyságra, amelyiknek például atomtenger alatt járókat adunk el, páncélosokat, kézilőfegyvereket nagy stílben Németországban, hogy figyelj már király, na hello, Merkel on the line, fogadjatok be már azért 1-2 milliót, mert ott háború van. Nem teszik meg. Tehát önmaguktól nem, meg senki nem követelte tőlük, tehát pedig szerintem sokkal egyszerűbb, mint $50 megvesz egy távolsági buszra egy jegyet, azt elmegy oda, ott van a határon, és mondja, knock-knock, who's there? És akkor mondja, szia, menekült vagyok, oké, akkor aklam a szalánja, habibi, és jalla, kezdjél le gyorsan dolgozni, és legyél hasznos társadalmi tagja ennek az országnak. Ez valami nem történik meg. Inkább hagyták, hogy az emberek kifizessenek 8-10 ezer eurókat embercsempészeknek. Nagyon triki volt, mert így kukáztunk. Megmondta általános iskolában a tanítónéném, a átokrossz gyerek voltam, és nagyon rosszul tanultam egész életemben, és mondta, hogy nézd a kukások munkáját, mert neked is ez lesz a melód. Majdnem, tehát kukáztam, és úgy megnéztem banki átutalásokat, amiket így eldobáltak a migránsok. Ugyanúgy megdöbbentem, mint a útleveleknél, hogy olyan 3 és 5 ezer euró közötti összegeket kaptak a Szaudi Királyságból átutalva. Western Unionon keresztül. Mondottam, elküldöm én is a nevem, hát ha utalnak nekem is. Mai napig nem jött pénz, úgyhogy megint el kell mennem dolgozni hétfőn. Sajnáljuk Georgot. De tehát olyan furcsa, hogy ugye meg felajánlották, hogy építenek 500 mecsetet Németországban. Hát nagyon köszi. Van már elég, úgyhogy nem kell, ha valamit akartok, adjatok pénzt a migránsoknak, vagy fogadjátok be őket. Viszont ilyen szalafista toborzás folyik, ugye kedves barátom Pierre Vogel, Pierre a madár, ő például járja a migráns otthonokat. Csodálom, hogy szabadlábon van, és az iszlám államnak a logója van ugye a pólóján, és ezért nem tartóztatják le. Esküszöm, én most egyszerű gyökkettő rendőr kimennék valóban kúdámra egy ilyen pólóba, az első járőt úgy begyűjtene, mint a húzat, és bekerülnék előzetesbe, mert Isten tiltja egy terrorszervezetet. Őt valahogy nem, az útlevele is megvan. Múltkor Katárból jött vissza, találtak nála 10 000 eurót. Ugye azt rögtön elvették a kollégák a vám és pénzügyőrségtől, mert hogy feltehetően ugye terrorizmus céljára kapta ezt a pénzt. Az államügyész mit mondott? Hát ezt nem tudjuk bizonyítani, adjuk vissza neki. Vissza kellett adni neki a 10 ropit, boldogan hazament, nőtt 2 centit a szakálló, akkorát vigyorgott, és próbálja az embereket édesgetni, hogy menjenek vissza a Közel-Keletre, tanulják meg a fegyverviselést, a bombagyártást, és utána, mint szakképzett terroristák jöjjenek vissza, és dolgozzanak Németországban, mint öngyilkos merénylő mondjuk. Ugye zsidó polgártársainkat is így kifigurázza, de ezt is úgy néztük az ilyen rendőr kollégáimmal, ha én kiállnék tényleg valahova Berlin egy térre egy ilyen rajzzal, hát eleve szerintem elég hamar elkalapálnának engem, joggal. Másik pedig az, hogy ugyanúgy begyűjtenének, ugye úszításért, meg egyéb más bűncselekményeket, nem vagyok jogász, de kimerít azért elég durván, tehát hogy vallási kirekeszteni, tehát egy más vallási felekezetet kigúnyolni, vagy úszítani ugye egy csoportot, hogy na akkor most nem tudom, a zsidók felelősek mindenért. Tehát ez elég komoly bűncselekmény, de valahogy neki elnézi a német kormány, tehát nagyon komoly probléma van azért a törvénykezéssel is, mint látjuk. Ugye itt is iszlám állam zászlójával, Kölnben felvonultak a srácok a kölni dóm előtt, ott is hát deeszkaláció, majd hazamennek. Hát üvöltöztek kicsit, hogy Allahu Akbar, egy-két kollégámat fejbevágták zászlórudra, aztán tényleg hazamentek, úgyhogy nem volt semmi nagy buli. De amikor ugye tüntettek Pierre Vogel ellen, ugye ott pedig tök vicces is ilyen, igazából átlag polgárok mentek tüntetni, akkor rögtön jött a sajtóba, hát hogy jobb populisták tüntettek az iszlám ellen Kölnben. Hát azért engedtessék már ott látni, hogy egy-két ilyen nyugdíjas ember kivonult, mert a Pierre Vogel arról híres, hogy 1 millió koránt osztott szét német gyerekeknek iskolák előtt,
hogy megpróbálja rávenni őket, ugye, hogy térjenek át az iszlámra. Ez egy olyan jó dolog. És ez mindazt az iszlám állam logójával, úgyhogy igazából nagyszerű. Ugye van azért kis ellenállás jobb oldalról, emlékezünk meg egy-két szóban, hogy a bőrfejűekkel is, úgy kitalálták ezt a szóval, én vagyok a hitetlen, akitől Allah óvott. Ez egy motoros társaságnak a logója, Schwerinben, Mecklenburg-Vorpommern, ottól az AfD most elég szépen 20,8%-kal tarolt. Úgyhogy van ellenállás jobbra, hát ugye tudjuk, hogy több mint 600 ilyen menedékotthon gyűjtöttek fel, olyanokat, ahol még nem laktak, tehát nem akarták azt, hogy emberek megégjenek, vagy bajuk legyen, csak ugye jelezték, hogy azért ebbe a kis falu, ahol mondjuk laknak 300-an, nem lenne jó 1200 muzulmán betelepíteni. Hát azt úgy nem szeretnénk. Nem hallgatott senki, se a polgármestere, se a lakosságra, az aláírásgyűjtésre vették figyelemmel, és akkor hát valaki úgy gondolta, hogy van még a pinyóba egy galon benzin, akkor ezt úgy bedobom a közösbe, hadd égjem. Ugye, amit mondtam, kilátástalanság az előbb-utóbb friss hús lesz a terroristáknak. Ugye szilveszter éjszaka volt egy ilyen nagy fordulópont, amikor ugye nőket molesztáltak. Akkor kezdett a sajtó is fordulni, lehozta a Fókusz egyik kedvenc magazinom ezt a képet. Angela Merkel személyesen hívta fel a Fókusznak a főszerkesztőjét, hogy azonnal vonja vissza ezt a lapot, mert hogy ez kirekesztő, ez neonáci, meg hogy a migránsokat nagyon rossz színbe tünteti fel. És nagyon karakán volt a főszerkesztő, azt mondta, hogy nem, ez marad, mert ugye a hír a szent, a vélemény a szabad. Tehát ez az újság kijött, ugye nagy megdöbbenésére polgármester asszonynak. Hát ugye népharag az van, különösen a strandokon elkövetett zaklatás miatt, és hát ilyen nyomorult táblákat kell most kirakni az uszodákba, hogy ilyen piktogram, vagy nem tudom minek nevezzem, tehát szánalom. Igazából ilyenre szükség van Németországban a 21. században, hogy nem ildomos a nők fenekét megfogni az uszodában. Hát, nice. Kedves kolléganőm Tanja Kamburi, ugye nevéből is látszik, hogy született német. Nem, viccelek. Ő is bevándorló, rendőrfelügyelő, tehát nagyon szép rangban van a Wuppertali rendőrségnél. És ő írt erről egy könyvet, hogy ő, mint szintén bevándorló, hogy konfrontálódik a muzulmán migránsokkal, hogy hányszor van, hogy leköpik, meggyalázzák őt, azt mondják, hogy te a németek ribanca lettél, takarodj innen, szégyent hozol a bevándorlókra, vagy hívják például, hogy problémá az, mondjuk legyen az autóval esett bármi, és azt mondják, hogy magával nem beszélünk, maga nő, küldjenek ide rendes rendőröket. Tehát nem hajlandók egy női rendőrrel szóba állni, bármilyen problémájuk is van. Tehát egy nagyon jó, nagyon klassz kendőzetlen könyvet írt, igazából ez egy ilyen szociológiai tanulmány rendőri szemmel, tehát nagyon nagy élvezettel egy éjszak alatt kiolvastam ezt a könyvet, mert tényleg nem lehet mondani, hogy egy náci valaki, hanem egy bevándorló nő, aki rendőr lett, és gondjai vannak. Ugye elkövetők 80%-a fiatal muszlim az erőszakos bűncselekményeknél. Bondba készült, 17 éves fiút összevertek csak úgy szórakozásból, szegény 3 nappal később bele is halt a sérüléseibe. Tehát ezt se akarom minősíteni. Szegény szír menedékkérők álltak a gyorsvasúton, azt mondták, hogy hát unatkoztunk és jó ötletnek tűnt, hogy össze-vissza verünk egy németet, aki meghal. Ugye, kicsit élesedő kritika, ezt lehozta komolyan, ez a ARD-ben megjelent, nem vicc. Tehát élesedik azért Merkel ellen most már az ellenállás a saját pártján belül is, mert ugye mindenki, aki normálisan gondolkozik, az látja, hogy komoly károkat okoz ugye az uniónak. Tehát Seehofer is most már mondta, hogy ha tartja ezt a politikai vonalat, Merkel asszony, ő kilép a szövetségből. Kimegy szövetségi szintre, tehát jövőre akár már Seehofert is lehet választani. Nagyon remélem, úgyhogy már félreteszem a szép író tollamat, hogy CSU Seehofer, tök jó lenne. Lássuk, mi lesz, tehát én sem tudom, nálam sincs ott bölcsekő, hogy mi lesz most a politikával, azt tudom, hogy jövő héten Berlinben lesznek viszont regionális választások, ugyanúgy, mint ahogy múlt héten Mecklenburg-Vorpommernben. Az is bukta lesz, tehát, és pláne megpom ugye Schwerin, hát Merkel azt mondja, választó körzete. És azt elbukta, hát Berlinben is szerintem, tehát van erősen para, tehát ugye, hogy az ember úgy megnézi, hogy milyen kommentek vannak, meg hogy nézi egy kicsit ugye a ismétlést esténként, hogy mi volt a Bundesratban, vagy a Bundestagban, azért nagyon erősen támadják meg Merkel asszony politikáját, tehát akarnak felső határt a migránsoknál, Seehofer mondta, hogy maximum évente 200 000 egy emberrel sem több. Hát kíváncsi leszek, Merkel azt mondta, hogy nincs felső határ, hogy ő mindent ugyanúgy cselekedne meg még mindig, és az a zavaró, hogy lehülyézi a választópolgárokat, tehát azt mondta, hogy ó, csak populisták, jobbradikálisok, itt mindenki náci, aki az AfD-re szavazott.
Hát azért nem. Jó, az AfD nekem se tetszik. Tehát őszintén az AfD felkért, engem tartottam Németországban is egy ilyen kis, de komoly előadás, mert az ott nagyon komoly emberek voltak, ilyen Mercedes-Benztől, Bosch-tól, innen-onnan, Audi, tehát ilyen hülyén éreztem magam. Ott álltam, hogy úristen, ilyen emberekhez kell beszélnem, akik tényleg a német gazdaságnak a gerincét képezik igazából. Nagyon polarizált volt ott is a társaság, tehát a végén volt egy kis vacsi, és ott majdnem két ember egymásnak eszett a desszert villával, hogy jöjjenek, ne jöjjenek. Lényegtelen, tehát megvan oszva nagyon Németország is, és nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát az a baj, nincs a kormánynak egy terve sem, ugye, ahogy megmondta Nógrádi tanár úr is, hogy nem tudnak az emberek munkába állni, mert nem beszélik a nyelvet, nagyon sokan analfabéták, igazából az agráriumból érkeznek, és komoly gondokat okoz, ugye napi 46 millió euróba kerül csak az élelmezésük, napi. Ugye ki volt jelölve 27 milliárd euró erre az évre a migránsokra, most tartunk már 27,5 milliárdnál, tehát bőven nem volt elég ez a pénz. Ugye megemelték a nyugdíjkorhatárt a német férfiaknak 67 évre, hát ennek tökre örülök, én 65 évesen való ott akartam lenni a Karibikon, és igazából csak este akartam ledobni magamról a búvárruhát, de csak azért, hogy felüljek a jetskire. Hát ebből nem lesz semmi, és most azt rebesgetik, hogy 2019-ben 70 évre emelik meg a nyugdíjkorhatárt. Hát igen, és tök jó, fizettem be a járulékokat, aztán én majd meghalok, azt Ahmed vesz belőle egy jó kis verdát magának, tök jó, állok a felhőn, ott a kis, ja nem, azt nem, én lent leszek a pokolba, megmondta török is, hoppá már. Na, lényeg, tehát nem tudjuk, mi lesz Németországnak a sorsa. Nem látok most jelen pillanatban túl rózsásan, kár, hogy szétesik a német politika, szétesik a német társadalom egyrészt, ugye ez a polarizáció. Nagyon jó volt igazából, meg jó dolog németnek lenni, mindig mondtam, hogy nem vagyunk olyan csillivillik, mint az Egyesült Államok, nincsenek olyan hangzatos politikusaink, de úgy jó volt egy nyaralás után hazamenni, hogy leszállni Tegelen, itthon vagyok, ilyen szürke ruhás politikusok, meg üzletemberek, de igazából király volt, mert egy nyugodt, kiegyensúlyozott élet és politika volt. Ez most sajnos megdőlt. Hát igazából meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Tehát tényleg orákulum lennék, ha előre látnám, ugye. Igazából csak betettem egy képet, hogy ilyen jól néztem, hogy akkor ilyen szép ruhánk volt. Mindig mondom, olyan jól lehetett benne csajozni. Nem én voltam. Tehát ez mások. És tök jó volt, ugye a csajok azt hitték, hogy jól nézzünk ki alatta, aztán megláttak maszk nélkül. Komolyan volt olyan, hogy kiosztottunk 3-4 névjegyet, mert ugye az arcot nem, csak egy mobilszám volt a névjegyen, név nem, és akkor úgy fölhívtak, és volt úgy azért 3 csaj is, és így, de melyik is voltál, a kávézós? És te szemét, hány nőnek adtál névjegyet tegnap, mondom, soknak, úgyhogy jó idők voltak igazából, tök érdekes, tehát imádtuk, nem a pénzért csináltuk, hanem elhivatottságból. Tényleg az ember nem akarja hangzatos dolgokat mondani, hogy a hazáért is csinálja, de különben tényleg, mert hogyha azért fölesküszöl egy fegyveres szervezetnél, legyen az bármelyik ország, akkor te azt tényleg úgy elvállalod, ha kell, akkor meghalsz azért az országért. Mert nem csak a jó embereket véged, akik cukik, aranyosak, a nagyid, aki legfárt főzött neked, meg a jó csajokat, akiknek névjegyeket osztogatsz, hanem azokat is, akik semmit nem csinálnak, mert nincs kedvük melózni, drogoznak, iskolakerülők csak úgy vannak, hogy legyenek, meg kapják a szociális segélyt, tök mindegy, hogy német vagy külföldi, hanem akkor, hogy kiállsz azért az országért. És az egy jó dolog, tehát sajnos ugye 40 fölött az ember már úgy rodjon le, aztán már nem lett tagja én alakulatoknak, úgyhogy igazából aztán párom miatt is itt ragadtam Magyarországon, amit nagyon nem bántam meg, úgyhogy továbbra is azért biztonsággal foglalkozom egy privát cégnél, ami szintén nagyon jó dolog, tehát az ilyen hangzatos dolgokat csinálok, mint a Forma 1 pilótáinak a védelme, meg egyebek, úgyhogy világszerte, tehát most itt én Monakóban voltunk, meg itt ott, nem egy rossz dolog. De igazából azt akartam mondani, hogy nagyon jó dolog itt élni. Tényleg nagyon klassz, és azt látom, hogy azért Magyarország most mennyire védett, meg azért hány baráti család hozta most ide Berlinből a gyerekeit, mert hogy itt nyugodtan úszhatnak, itt el lehet küldeni őket fagyérlángos és sörért, senki nem fogja őket molesztálni. Úgyhogy én azt mondom, Magyarországot meg kell tartani ilyen védettnek. Tehát mindenképpen tényleg ahol kezdtük, hogy be az X-et a megfelelő helyre, mert érdemes, mert ez egy olyan csodálatos ország, olyan remek emberekkel, és ezt így tartsuk meg. Tehát ne legyen az, hogy nekünk majd mit én az unokám fél kimenni a standon, mert fú, ott van az a sötét bácsi, és nem tudom, zaklatott, meg hülyeségeket beszélt hozzám. Ne legyen több bűnözés, mert ami van, az is elég, már tényleg nem kell több, mert sok rendőr barátom van, és azért marha sokat melóznak itt is, hogy Budapest 7. kerület, 8. kerület, azért ők is úgy mennek haza a nap végén, hogy ekkora burájuk, és amikor ugye edzés közben dumálunk, akkor mondják, hogy pokol volt az éjszakai szolgálat, de épp ezért nem kell több, tehát
Bűnözés az volt, az van, az lesz, tehát ezzel élnünk kell, ezért vagyunk rendőrök, de őrizzük meg Magyarországot olyannak, amilyen, ezt szeretném mindenkitől kérni, és hát búcsúzol annyit tudnék mondani, hogy nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, még tisztelt, hogy itt voltatok, és hajrá Fidesz, hajrá Magyarország! Kedves nézőink, a Globo Televízió világjáró sorozatának egy újabb epizódját is láthatják. Köszöntöm Önöket, a heti világjáró műsorunkat látják. Tunéziában, Afrika, Európa és a Kelet ütköző pontjában kultúrák keveredését tapasztalhatjuk, vagyis a sajátos mohamedán éles stílust, ami az öltözködésben épp úgy megmutatkozik, mint a hétköznapi viselkedésben, az alkudozás örömét, vagy éppen a kiváló tunéziai borokat és datoja pálinkát is élvezheti bárki, aki úgy dönt, hogy odautazik. Tunéziában minden turista megtalálhatja számításait, legyen szó akár az aktív, akár a passzív kikapcsolódási lehetőségeket kereső utazóról. Az azonos nevet viselő öböl partján fekvő főváros, Tunisz a kulturális kalandokat kereső vendégeket, valamint a vizek szerelmeseit egyaránt könnyen rabul ejti. A Metropolis központjától 15-20 percnyi autóútra minden igényt kielégítő, keleti stílusban épült, ugyanakkor több nemzet konyháját felvonultató szállodák sorakoznak. A szemfüles és szerencsés vendégek egy rövid séta után a közeli tuniszító vizéről rózsaszín felhőként felröppenő flamingók százaiban gyönyörködhetnek. A kulturális és gasztro élményekért viszont a belvárosig kell menni. A Medinát, az óvárost, sűrűn lakott sikátorok és fedett folyosók szövevénye, intenzív színek és illatok keveredése, valamint a különféle műhelyekben és szuvenírüzletekben kapható termékek tömkelege jellemzi. Az árusok végeláthatatlan sora között valódi égkőként bukkanhatunk olyan éttermekre, mint a Darb el Hajj, amely tradicionális tunéziai ételekkel, például egészben sült tengeri hallal, vaníliapudinggal, friss datójával csábítja az éhes vándort. Az új város a Francia kapun, régebbi nevén Tengeri kapun túl kezdődik. A széles Burgiba sugárút vágja ketté, ahol a gyarmati korszak épületei magasodnak. Mielőtt Tuniszt magunk mögött hagynánk, érdemes ellátogatnunk Kartágó közelben álló romjai közül Antonius Pius fürdőjének, valamint az azt körülvevő épületek maradványaihoz, amelyek segítségével reális képet kaphatunk az egykoron világuralomra törő Pun birodalom mindennapjairól. Egy kiadós alvás és reggeli után indulás Hammamet városába, amely finom szemcsés, tiszta homokjával és kellemesen meleg tengervizével az országba látogató külföldiek kedvelt üdülőhelyének számít. A település új negyede Jasmin Hammamet parkjaival, műanyag állatfiguráival és valódi tevéivel főként a kisgyermekes családok számára lehet vonzó. Az óváros bazársorain, az erőd falai mellett viszont szinte minden kapható, amit szemünk szánk megkíván, ráadásul pénztárca barát árakon. Ha időnk engedi, érdemes barátkozni a helyiekkel, hiszen így akár a házak tetejére is feljuthatunk, ahonnan pazar kilátást árul a szemünk elé. Miután kivásároltuk magunkat, de még szívesen merítenénk a pezsgő kulturális élet nyújtotta lehetőségekből, vegyük az irányt Sidi Bou Said felé, amit túlzás nélkül Tunézia, arab stílusban épült Szentendréjének is nevezhetünk. A Tunisztól mintegy 20 kilométerre északra fekvő városka szűk, kockaköves utcáival, színpompás kapuoljaival és zsúfolásig telt kávézóival, még sötétedés után is bőven megéri, hogy rászánjunk egy pár órát, mielőtt élményekkel gazdagon nyugovóra térnénk, azért, hogy másnap kipihenten viseljük el a hazautazás fáradalmait. Vajon Magyarország életében milyen szerepet játszik Tunézia, és miért tartják fontosnak országunkat és annak tradicionális különlegességeit? Erre a kérdésre Tunézia magyarországi korábbi nagykövete ad választ, akivel stábunk beszélgetett.
Tunisie entretient des relations traditionnelles avec la Hongrie. Nous avons des relations diplomatiques depuis 1956. C'est un poste qui a été toujours représenté à partir de notre ambassade à Vienne, avec un bureau de représentation à Budapest. Et j'ai toujours eu des collègues qui ont toujours parlé de cette belle ville et de ce beau pays, et de ce beau, c'est-à-dire de ce peuple très courtois. Moi, je pourrais résumer cette question en une petite phrase. Moi-même, je ne me sens pas étranger dans ce pays, ni au niveau de mes habitudes, ni au niveau de ma vie quotidienne. Il n'y a peut-être que le froid qu'on sent un peu plus ici, en hiver. Mais le peuple a une corde orientale qui vous donne l'impression de vous sentir chez vous. Et ça, c'est une qualité qu'on ne trouve pas ailleurs. Le programme que nous avons, notre quotidien, c'est vraiment une installation d'une ambassade. Ça nous prend énormément de temps à moi-même et au reste de l'équipe de l'ambassade. Mais quand même, j'ai pu avoir quelques moments pour visiter quelques villes telles que Eger, qui est une belle ville. Nous avons même dirigé quelques étudiants vers cette ville qui est réputée pour l'activité sportive. J'ai visité bien sûr la région du Balaton. C'est vraiment une région où on respire, surtout la montagne de Tihani. Quand on est sur la montagne, ça vous donne une impression de délivrance. Il y a pas loin de chez nous, de Budapest, bien sûr Saint-André, la fameuse Saint-André, qui est pour moi, qui représente une question de cœur, parce que c'est un village qui me rappelle un village très fameux chez nous, notre Sidi Bou Saïd à nous, avec ses petites ruelles, avec ses bâtiments rustiques, les touristes qui circulent dans Saint-André, je me sens réellement chez moi en étant à Saint-André. Là, franchement, vous me posez une question assez délicate, parce qu'il y a, je dis toujours à mes invités que une semaine et 10 jours sont insuffisants pour connaître toutes les petites saveurs et senteurs de Budapest et toutes les petites merveilles au niveau de la gastronomie, au niveau de... par exemple, je vous cite le langoche. Quand on va à Saint-André, aucun de mes invités n'a pas apprécié tout le monde a apprécié votre langoche et la manière de le présenter avec du miel, avec du sucre. C'est un peu ce qu'on appelle chez nous le bambaloni, et qu'on trouve aussi à Sidi Bou Saïd. Tout le monde, en goûtant, en sirotant la soupe, le goulash, tout le monde a fait la réflexion, mais les épices sont comme chez nous. Donc il y a tellement de belles choses à faire montrer à ceux qui visitent Budapest. Et c'est pour ça, j'anticipe peut-être sur des questions qui me viendront par la suite. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler dur pour ramener le vol direct sur Budapest
parce que ce vol-là, il va permettre d'avoir plus de Tunisiens, plus de présence tunisienne à Budapest, comme un peu auparavant. Parce que, comment dirais-je, actuellement, les agences de voyage en Tunisie, ils sont en train de programmer Budapest en deuxième et troisième intention. On voudrait qu'elle soit faite en première intention. S'il y avait un vol direct, Budapest serait certainement en première intention. Parce que jusque-là, j'ai des amis qui sont venus dans le cadre de ces voyages dans lesquels ils font Vienne, Prague et Budapest. Quand ils arrivent à Budapest, ils sont épatés par la ville. Donc, votre question m'offre l'occasion de dire un mot sur les relations que nous entretenons avec le gouvernement hongrois et l'administration hongroise. Nous avons des rapports d'excellence et c'est ce qui a permis d'avancer, je dirais même à pas de géant, au cours de ces deux années. Je me rappelle que cette question d'échange de programme, d'échange de bourse, ça a été un des points que j'avais soulevé lors de la présentation de mes lettres de créance à son Excellence Dr János Áder, président de la République. Et comme par hasard, ce vœu a coïncidé avec la politique hongroise de Stepan Diom-Hungaricum, que nous saluons fortement. À l'époque, je me rappelle que j'avais dit à son Excellence, Monsieur le Président, vous allez constituer vos propres ambassadeurs et nous allons constituer nos propres ambassadeurs. Et en fait, actuellement, nous sommes à 30 étudiants en Hongrie, dont un peu plus que 8 qui sont à Balassi Institute, c'est-à-dire qui vont mener des études en langue hongroise. Et ces étudiants spécifiquement, je les considère comme le futur point fort des relations entre la Hongrie et la Tunisie, parce qu'à travers ces étudiants-là, la communication se fera, à travers ces étudiants-là, les idées se feront échanger plus aisément. Rien ne vaut que d'échanger dans sa langue mère. Et là, c'est un peu le point d'échange culturel sur lequel nous avons toujours insisté. Et avec la signature de l'accord d'échange de bourse en décembre 2013, on considère que nous avons fait un pas de géant dans ce sens. Nous allons avoir une pépinière qui va nous permettre de nourrir les relations pour de longues années. Tunézia azonban nem csak turista paradicsomként ismert, de az egyik legnagyobb zsidó zarándok helyek egyike is itt található. Azt, hogy hány vallás találkozik egy helyen és miért utazik oda több ezer zsidó vallás gyakorló turista, most Dél-Tunézia szépségeivel és gasztronómiájával együtt megmutatjuk. Ékszínkék víz, homokos tengerpart, pálmafák. Tunézia Észak-Afrika egyik legnépszerűbb turista paradicsoma, sokan azonban a lelki feltöltődés egyik teljesen más arca miatt érkeznek az országba. Dzserba szigetén egy pici zsinagógában tartják ugyanis az egyik legnagyobb zsidó zarándoklatot, amit idén mi is meglátogattunk. Tunézia
tagja és a világ egyik legnagyobb zsidó zarándoklatának fontosságát jelzi, hogy a zsinagógába vezető úton ötször állítottak meg minket a rendőrök. Ez sajnos nem véletlen, ugyanis eddig kétszer hajtottak végre merényletet a zsinagóga ellen, 2002-ben 18 turista veszítette életét. We are now in one of the holiest synagogues in the world. We are in the great synagogue of the island of Djerba, the Ribe Synagogue. And actually we are inside the prayer room for women. This is one of the oldest synagogues. Here you will see some of the oldest tradition of Jews. Maybe if you go to other synagogues all over the world, you will find only one prayer room, but actually here there are two. We are now in the women prayer room. As for the men prayer room, it's just over there inside. A dzserbai zarándoklat a világ minden pontjáról vonza a vallási turistákat. A háromnapos ünnepségre több ezeren érkeznek, többek között Algériából, Franciaországból és Olaszországból. Before getting in, they need to take off their shoes, get in there, and there they have the bima, and inside there is like a room where they store some of the oldest Torahs written on gazelle's skin. And this is also a whole complex. We have another building next to this one, which is like a hostel, like a caravanserai, which is mainly used during the pilgrimage, the Jewish pilgrimage to the island of Djerba, which takes place every year. A 98%-ban muszlimok lakta Tunézia hatalmas hangsúlyt fektet a kisebbségben élő zsidó és keresztény hívők elfogadására. Éppen ezért a turisztikai miniszter sajtótájékoztatón beszélt a vallási toleranciáról, majd ő is meglátogatta a zsinagógát. We are very proud to celebrate the pilgrimage, the Jewish pilgrimage on the island today. And it's not just about the pilgrimage. For us, it really stands for what the new Tunisia is about, you know, diversity, about liberty of expression, but about having fun and, you know, dancing and music and, you know, meeting other people. And this island here also represents the diversity that we can offer to tourists. You know, you can kitesurf, you can golf, you can do thalassotherapy, but you can go on the continent and visit, you know, historic monuments. So I hope I know your country a bit. I've spent some vacations and what is it, a wonderful country, and I think you have here a wonderful friend country where you can experience you know, other nature, other culture that maybe can inspire you. Dél-Tunézia fővárosába, a nemzetközi repülőtérrel felszerelt Tozörbe légiúton alig egy óra alatt eljuthatunk Tunízból. A mintegy 40 ezer lakosú város központjában barátságos datoja, ruha és kerámia árusok köszöntik az odalátogatókat, akár magyarul is. Szeretlek magyarul! Igen. Köszönöm! Hi, magnéz, garanéz! Ha szerencsénk van, még egy tradicionális déli esküvői menetbe is belefuthatunk, és láthatjuk, ahogy a menyasszonyt egy teve hátára szerelt sátorban szállítják leendő férje elé. A Szahara szélétől még további, mintegy 130 kilométeres távolság választja el a kalandot kedvelő utazókat. A mintegy másfél órás autóút azonban maga is bőven tartogat szépségeket. Elég a például a nagy kietlen sóstó, a Shott el Jadid olykor kék, máskor vörös színben fodrozódó hullámait említjük. Dúszba megérkezve már érezni a homokdűnék közelségét. Nem meglepő hát, hogy a település határában egymás mellett várják leendő utasaikat a sivatag egypupú hajói,
kényelmes, de ugyanakkor biztonságos ízelítőt nyújtva a túrázók számára a végtelen homokdombok birodalmából. Amennyiben viszont többet szeretnénk látni a Szahara szépségeiből, legyen az egy a semmiből előbukkanó skorpió, vagy éppen a buckák közül kimagasló Timbain hegy sziklái, akkor érdemesebb terepjáróval megtennünk az újabb 130 km-es távot. Éjszakára a hegy lábánál fekvő sátortáborban, a sivatag belsejében is megfelelő kényelmet biztosító Mars kempingben pihenhetünk meg. Kell is, hogy velünk legyen az erő, hiszen a legendás Star Wars filmek forgatási helyszíneihez, így Luke Skywalker puszta közepén álló házához, valamint a Tatooine-i díszletekhez ismét hosszú utat kell megtennünk, de a látvány miatt még egy kisebb homokvihar közepette is megéri, hiszen valóban űrbéli táj tárul a szemünk elé. A filmes túrát másnap a tunéziai-algériai határ mentén, az Atlasz-hegység lábánál elterülő Midas kanyonnál érdemes folytatnunk, ahol a 9-szeres Oscar-díjas film Az angol beteg több jelenetét is forgatták. Innen autóval pár perc alatt elérhetünk a vidék egyik legszebb pálmaligetébe, a Shebika oázishoz, amely vízesésének és tiszta vízének köszönhetően ma is ugyanakkor a felüdülést jelent a megfáradt utazóknak, mint tette azt az elmúlt évszázadok során. A sivatag homokos részétől Zafran nádfedeles bungalóiban éjszakázva búcsúzhatunk el, hogy a napfelkelte megcsodálása után már matmata kövekkel borított vidékén tekinthessünk be a berber őslakosok barlanglakásaiba, mindennapi életébe. Innen már észak felé vesszük az irányt, és a Dzserba szigetére vezető töltésen haladva megpillantjuk a földközi tenger végtelen kékségét. A turisták kedvelt pihenőhelyének számító Homtsukban bőséges, tengeri halakból, rákokból álló helyi specialitásokat kóstolhatunk apartmenti vendéglők valamelyikében, majd a Bors Kastil erődrómjait érintve, akár krokodilokkal a kezünkben is készíthetünk fényképeket. Dzserbáról 4 órás komp és 4-5 órás autóút vár ránk a következő kedvelt üdülővárosig, Monastirig. Tunézia első elnökének, Habib Bourguibának a szülővárosában még esős időben is érdemes egy rövid sétát tennünk, hogy így zárjuk egy hetes, tartalmas dél-tunéziai körútunkat. Önök ismét a Globo világjáró világkörüli kalandjainak egyikét látták. Találkozunk következő héten is. Viszontlátásra! Kedves nézőink, a Pomász TV adása véget ért, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az ismétlést megnézhetik szeptember 16-án 22 órakor, szeptember 17-én és 18-án 10 és 18 órakor, valamint szeptember 20-án kedden 21 órakor. Ne feledjék elérhetőségeinket sem, címünk Pomász, Petőfi Sándor utca 66, telefonszámunk 0626 326 117, e-mail címünk pomasztv@pomasztv.hu és weblapunk címe, ahol adásainkból is láthatnak részleteket, www.pomasztv.hu, illetve ne feledjék azt sem, hogy adásaink már a YouTube oldalán is elérhetőek. Munkatársaim nevében is megköszönöm, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra!